előszó. Számomra még ma is az egyik legjobb kikapcsolódási mód a kirándulás. Szívesen gyalogolok akár húsz kilométert is, nyáron pedig mindig örömmel fekszem ki a Szentendrei sziget csúcsára, hogy élvezhessem a természet gyönyörű világát. Mindenre húsz éves koromban kaptam rá, amikor barátommal végigjártuk a pilis turista útjait. Egyszer egy lejtőn kereti irányba haladtunk, erre azért emlékszem, mert a délutáni nap a hátunkra sütött. Főleg a lábam elé figyeltem, és amikor közben felpillantottam, megállított a szemem. Az erdő rengetegjében megpillantottam egy fát, amelynek színpompás koronáját a nap aranysárga sugarai tették még varázslatosabbá. Csak néztem és néztem. Akkor még nem tudtam, hogy ez a kép ilyen mélyen fog beleivódni az emlékezetembe. Jó tíz évvel később már nagyon fontos volt számomra ez az emlékfotó. A verem pontosan egyidős hűtársam, a glaukóma kiváló munkát végzett. 31 éves koromra tökéletesen be is fejezte, legyőzte a szem fantasztikus képességét, a látást. Mindkét szemem világa elveszett, de én nem adtam fel. A látásom elveszítésének pillanatában megfogalmazódott bennem, hogy nem szeretnék egy szerencsétlen, tudtyimutyi ember lenni, akit a karjánál fogva ráncigálnak. Inkább legyek olyan, akit irigyelnek, persze nem az állapota miatt, hanem azért, mert le tudta azt győzni. Szembe kellett néznem önmagammal. Ki vagyok? Mit akarok? Őszinte önvizsgálatom után erre az alapra kezdtem lassan újra felépíteni magamat, és a folyamatosan szerzett tapasztalataim nyomán. Sikerült önmagamat megtalálnom. Visszanyertem a tartásomat, és következetesen tudok haladni kitűzött céljaim felé. Ezen az úton segítségemre voltak szüleim és barátnőim, de a teljes szabadságomhoz kellett leghűbb társam, Kicsi, a német juhász vakvezető kutya. Elmondhatom, hogy most, negyven évesen, jól érzem magam a bőrömben. Sokáig láthattam az utcákon közlekedni azokat az embereket, akik a sötétben is látnak, és talán én is azt gondoltam, hogy ők a sötétség birodalmában élnek. Nincs olyan lakója a Földnek, aki nem mondhatná, vagy akinek nem mondhatnák, hogy nélküled nem megy. A maga nemében minden ember egyedi, akármilyen csoportosítás áldozata is. Csak a megismerés és a tudás rombolhatja eredményesen a sajnálkozást. Bátran mondhatjuk, járhatunk emelt fővel, mert nekünk nincs irigyünk. E könyvben olyan emberek beszélnek az életükről, akik sohasem láttak, vagy már nem látnak. Valóságos és hiteles képet nyújtanak magukról annak érdekében, hogy a látók megismerhessék a mi zárt világunkat, hogy az őket érdeklő, de soha fel nem tett kérdéseikre választ kaphassanak. Segíteni akarunk azoknak a szülőknek is, Akiknek teljesült ugyan életük nagy vágya, hogy gyermekük legyen, mégsem tudnak ennek igazán örülni, mert gyermekük nem látóként született. Az ilyen családok gyakran tönkre mennek, mert kudarcként élik meg a sorscsapást, és nagy gondot jelent számukra, hogyan neveljék fel gyermeküket. Nem látóként született felnőttek beszélnek gyermekkorukról, arról is, hogy mi volt jó vagy rossz a neveltetésükben. Azután ott vannak azok, akik felnőtt korukban kerültek ebbe a világba, és élni akaró, tevékeny emberek szeretnének maradni. Őrájuk főleg azok figyeljenek, akik ma vagy holnap a társaink lesznek. Nem utolsó sorban ajánlom a könyvet magunknak, nem látó embereknek, mert tanulhatunk egymás erényeiből és hibáiból. A könyvben leírt beszélgetésekben előfordul, hogy egyes intézményeket a beszélők csak a nem látók számára közismert rövidítéssel emlegetik. A látók számára talán nem árt, ha megmagyarázom őket. A Vakoda kisiskola kisintézet hivatalos neve Óvoda Vakok Általános Iskolája és Diákotthona. 1997-től Óvoda Vakok Általános Iskolája speciális szakiskolája és Diákotthona. Az MVGOS, vagy a szövetség, a magyar vakok és gyengén Látók országos szövetsége. A Vercs pedig a vakok elemi rehabilitációs csoportja. Észre fogják venni azt is, hogy egyes elbeszélők nem a teljes nevükkel szerepelnek. Ők különböző okokból kifejezetten kérték a nevük elhallgatását, és a kérésüket természetesen tiszteletben tartottam. Sokszor elhangzik a kérdés, kinek jobb annak-e, aki valaha látott, vagy annak, aki nem? Az én válaszom, annak, aki minél jobban le tudja győzni a látás hiányát. Kérem, kedves olvasó, tartson velünk! Hiszem, hogy közelebb fogunk egymáshoz kerülni, ami által mindannyian gazdagabbak leszünk. Reményik László. Egy antológia margójára. Mint akiből szállna már a lélek, Teste izzad, kinyától szegénynek, Úgy üvölt belületek a bánat, Az embernek bosszús kedve támad. Énekeljetek, ne sírjatok, Nem csak nektek van fájdalmatok. Nem igaz, hogy sötét él az élet, Látás nélkül senki már nem élhet. Ne folytsátok el a remény lángját, Az nem jó, ha a vakot sajnálják. Énekeljetek, ne sírjatok, Nem csak nektek van fájdalmatok. Mindenkit csíp, karvaja a sorsnak, minden embert vadszelek sodornak, Búbánatuk elűzni próbálják, és a világba szét nem kiabálják. Énekeljetek, ne sírjatok, Máskor vígverset is írjatok. Kovács Pál Szerintem biztosan jó lehet látni. Ócsvári Áron, nyolc éves. Régebben nagyon szerettem játszani a mérőszalaggal. Az volt a jó benne, hogy kibe lehetett huzigálni, csak már elromlott. Azután jött a zenélő maci, azt még az ágyamba is bevihettem. Négy-öt évesen már fel tudtam húzni a nadrágomat, erre anya tanított meg. Ha van rá idő, jobban szeretek egyedül öltözni. Van úgy, hogy nehezen akar feljönni az okni, ilyenkor anya szokott segíteni. Arra már nem emlékszem, hogy mikor tanultam meg kanállal lenni, mert az olyan régen volt. Villával meg az oviban tanítottak megenni. Megmutatták, gyakoroltam egy kicsit, aztán megtanultam használni. Egyszer apa megengedte, hogy én vezessem az autónkat. Persze nem olyan komolyan. A kormányt azért én tekergethettem. Akkor jöttem rá, hogy ha nem lát valaki, nem tud autót vezetni. Ha kocsival megyünk valahová, nem szoktam megkérdezni, hogy mit lehet látni. Amikor sétálunk, akkor viszont szoktam érdeklődni. Ilyenkor elmesélik anyáik, hogy fát, hegyet vagy virágot lehet látni. A patakpartján csigát szoktunk szedni, azokat már jól ismerem. A kezemet fogni szokták szüleim, ha az utcán megyünk, de azért mentem már egyedül is. Nem félek, bátran megyek, de nem távolodom el nagyon anyukámtól. Tévét nem szoktam nézni, és ha be van kapcsolva, csak akkor figyelek oda, ha érdekeset hallok. Anya szokott nekem esténként mesét mondani, de vannak mese táim is. Óza nagy varázsló a kedvencem. A zenéből sokáig a cimborák tetszettek, Cseh Tamás és másik János, de minden gyerekeknek való gazettát meghallgatok. Ádám nagyon jó testvérem, igaz, szoktunk veszekedni is. Előfordul, hogy nem akar velem játszani, de az nem baj. Megszoktuk beszélni azt, hogy ki mit csinált az iskolában. Ez azért is jó, mert ő látó iskolába jár, én viszont nem. Ezért mindketten kölcsönösen tanulhatunk egymástól. Unokatestvéreim a látóbarátaim. Őket nem zavarja, hogy nem látok, játszanak velem. Nekik mindegy, hogy vak vagyok-e vagy nem. Legtöbbet babázunk, de szoktunk építeni is. Óvodába szerettem járni, sokat játszottunk, és pénteken már nem kellett tanulnunk. Most már elsős vagyok, és szeretek tanulni. Az írás és az olvasás könnyen megy, a technika órán meg labdát készítünk tépet gyapjúból. Az írásórában az a jó, hogy az íráson kívül nem kell semmi mást csinálni. Gyorsan haladok az órán, és ez azért baj, mert a többiek lassúbbak. Igazából én vagyok a legjobb tanuló az osztályban. Van egy barátom, aki mindent kölcsön akar kérni, és ha nem adom, akkor megy és árulkodik a tanárnak. Ma már nem olyan jó barát, mint amilyen régen volt. Az a lány tetszik nekem, aki kedves tud lenni. Ezt a hangjából szoktam megérezni. A Vakvagányok című filmbe úgy kerültem, hogy Témár Péter bácsi bejött az osztályunkba, és Andi nénitől, a nevelőnktől megkérdezte, hogy milyen ügyes vagyok. Utána beszélt anyával is velem is. Anya otthon megkérdezte, hogy akarok-e szerepelni a filmben. Igen, feleltem. Az előpróbán azt kellett eljátszanom, hogy ne énekeld ezt. Minden nap ezt nyávogod, maradj csendben. Azt sem tudod, hogy milyen a nap. Vak. Ezt én, mint Ádámka mondtam az osztálytársamnak, Adélnak, aki bíborka volt, és neki erre el kellett ájulnia. Tetszett nekem ez a játék. A felnőttek meg azt mondták, nagyon jó lett. Azután egyre többet próbáltunk, majd következett a forgatás. Mindent el kellett ismételni százszor, hogy rendesen fel tudják venni a jelenetet. Legtöbbször Adéllal voltam. Sokat beszélgettem és hülyéskedtem a szünetekben. Nagyon érdekes a csapó, amikor csap. Mondott egy sok hegyű számot, mert számolják, hogy hányadik csapú. Csak addig volt szabad bohóckodni, utána csendben kellett maradni. Volt, amikor rossz volt a kivilágítás, ilyenkor újra fel kellett venni a jelenetet. Az is nagyon jó volt, amikor Adéllal szerepeltünk. Ment a kamera a kerekén, sínen gurult, és vicces volt a hangja. Azt is megengedték a szünetekben, hogy felüljek a kamerára. Van rajta egy kormány, amit ide-oda lehet tekerni, hogy kit vegyen föl. Egyszer azt is megengedték, hogy én indítsam a felvételt, közben súgták, hogy milyen számot mondjak. Mondtam is, közben szétnyitottam a csapót, és csaptam vele egyet. A kamera csinált egy hosszú pityegést, utána elindult a felvétel. Azért volt jó a díszteremben, mert van ott egy zongora, amivel játszhattam. Apa és anya is eljött statisztálni. Gondolom, nagyon fárasztó lehetett, mert egész nap csak ügyörögtek. Tapsolniuk is kellett néha. A forgatás kapcsán ismertem meg igazán a vakoda épületét, és olyan helyekre vittek el, ahová addig nem volt szabad mennem, múzeumba meg ilyesmikbe. Nagyon szívesen szerepelnék újból egy filmben. Azért lenne jó, mert akkor nem unnám magam az osztályban. Mindenki csak a látókról szokott filmet készíteni. Most nagyon jó nekünk, mert ez rólunk szól. Jobban felfigyelnek majd a vak felnőttekre, átkísérik majd őket az utcán a látó emberek nagyon jól éreztem magam. Adéllal haza sem akartunk menni a forgatási napok végén. Ha lehetne három kívánságom, elsőként azt kívánnám, hogy legyen egy nagy kertünk. Akkor lehetne benne ló, kutya és virág is. Másodikként azt szeretném, ha a Balaton mellett laknánk, mert akkor sokat fürödhetnék. Harmadikként pedig azt szeretném, hogy láthassak. Azért lenne jó látni, mert akkor vezethetném az autónkat. Szerintem biztosan jó lehet látni. Azért rossz nem látni, mert így nem lehet autót vezetni. Azt üzenem is kívánom mindenkinek, hogy aki beteg, az gyógyuljon meg. Ócsvári Ádám, Áron látó bátyja. 13 éves. Azért szerettem volna fiú testvért, mert fiú a fiúval jobban tud játszani. Elszomorodtam, amikor megtudtam, hogy Áron nem lát. Ez azért is volt rossz, mert csak később tudtam vele játszani. Sokat sírt, de ennek ellenére bátran hozzá mertem nyúlni, és játékokat is tettem be a kis ágyába. Amikor talpra állt, oda kellett figyelnem, hogy mikor esik el. Néha a frász jött rám, mert alig került el az ajtó élét. Később már bátran rohangált a lakásban. Akkor már tudtam, hogy az egésznek az alaprajza a fejében van. Nem kellett igazából félni attól, hogy elesik, Észre lehet venni, hogy nem lát, hiszen a kezét előre teszi és ismeretlen helyen óvatosan közlekedik. Bár ismerős környezetben tudja a lépcsők helyét, de pontosan nem érzékelheti. Ezért idejében lassít, azután centiméterekként araszolgat, utána meg lerohan a lépcsőn. Külön azért még nem kötöttem be a szememet, hogy kipróbáljam, milyen lehet nem látni. Egyszer azonban bekötött szemmel kellett csörgőlabdáznom, és teljesen belezavarodtam az egészbe. Eléggé szokatlan és kimondottan rossz érzés volt, hogy megyek és megyek, de mégsem találom a támpontomat, a bordás falat. Ha valaki cikizni áront a nemlátása miatt, akkor azt mondanám neki, hogy te meg nem tudnál becsukott szemmel végig a házon. Az is biztos, hogy sok mindent nem hallana meg, amit az öcsém viszont igen. Szívesen tanulom vele a brejt, de jókat szoktunk labdázni is. Az idegesít, amikor sokáig forog a saját tengelye körül, Érdekes, gügyögő hangokat is szokott hallatni, ezt is nehéz elviselni. Ilyenkor rászólok, és ha jó paszban van, abba hagyja. Pozitívum benne, hogy sokkal kifinomultabb a tapintása és a hallása, mint az enyém. Jó a megfigyelő képessége, és rendkívül jó a memóriája is. Az is érdekes benne, hogy nagyon eleven gyerek. Előfordulnia, hogy füllent. Olyankor azt mondja, Apa megígérte, hogy az állítólagos ígéret meg nem történtét elég nehéz bizonyítani. Imád magnózni, rengeteg régi saját hangfelvétel van róla, még nem unta meg magát hallgatni. Imádja a kutyákat és persze a hangjukat. Ha állat felé nyúl, kisé óvatos, és ha az állat hirtelen mozdulatot tesz, elrántja a kezét és hátrébb bugrik. Ha nincs gáz, akkor nyugodtan simogatja, érzéssel, a mesebeli három kívánságomból az első az lenne, hogy áron lásson, a második pedig, hogy felnőtt koromban a názánál dolgozhassak, mint földi megfigyelő. Érdekel a csillagászat, és a számítógép is közel áll hozzám. Harmadikként azt kívánnám, hogy felnőtt koromban nagy kertes családi házban lakjunk. Áron vakvezető kutyájának jó helye lenne ott. A nem látó embereknek azt kívánom, hogy javuljon a látásuk a Alice, a fiúk látó édesanyja, 37 éves, és Ócsvári Gábor, a látó édesapa, 37 éves. Alice. Ádám fiam is koraszülött volt, 7 hónapra született. Védőnő vagyok, ezért nagyon is tisztában voltam ennek a veszélyével. De Ádám teljesen egészséges volt, nagyon örültem. Gábor. Alice második terhessége alatt egyetemre jártam, posztgraduális képzésre. A házasságunk kezdetekor három gyereket szerettünk volna. Persze, hogy örültem hát a második terhességének. Alice Egy teljes napig feküdtem a szülőszobán, de nem sikerült leállítani a szülést. Éjjel szültem, és az orvos tanácsára nem is hívtam be Gábort. Nagyon gyorsan és jó állapotban született meg Áron. Hat hónapra 1290 grammal jött a világra. Másnap azonban váratlanul rosszul lett hosszantartó tüdőgyulladást kapott, és ezért vált szükségesé az oxigén adagolás. Inkubátorba került, és ez sajnos megpecsételte a sorsát. Az amúgy is fejletlen szemében megpattantak az erek. Ez okozza a retina rossz vérellátását, ami végül látásvesztéssel járhat. A retina leválást fagyasztással próbálják megakadályozni, amiből a fiunknak három is kijutott, de semmi hatásuk nem lett. Két hónapos korára vált világossá, hogy Áron nem fog látni. A remény utolsó szikrája akkor hunyt ki bennünk. Gábor Áron tüdőgyulladása és a koraszülött mi volt amiatt nem volt képes megfelelően lélegezni, ezért kellett oxigént kapnia. A túl magas oxigén szint okozza a bevérzést. Ha nyíltan akarok fogalmazni, azt kell mondanom, hogy az egész mindössze pénz kérdése. Régóta létezik már olyan mérőkészülék, amivel sohasem sem fordulhatna elő oxigén túltelítettség a vérben. Alice. Ilyen gépből nagyon kevés van nálunk, és azok is csak az intenzív osztályokon. Amelyik újszülött túl van a közvetlen életveszélyen, az pedig onnan kikerül. Hogy milyen szerencséje lesz? Európa jelentős részén az ottani inkubátorokba kerülő babák fognak látni. Vajon mennyibe kerül nálunk egy nem látó gyerek felnevelése, tanítása és segélyezése? És mennyibe kerülhet egy gép, amely megóvná a látását? Ráadásul mennyivel jobb, ha lát valaki, és az sem mellékes, hogy aktívabb feladatokat képes ellátni. Hogy mi zajlott le bennem az első két hónap alatt, azt nem lehet elmondani. Amit egy szülő érez, amikor a gyermeke élethalál között van, és aztán meg az fenyegeti, hogy megvakul. Olyan mély depresszióban voltam, hogy semmi, de semmi sem érdekelt. Nagyon lelkiismeretesen fejtem a mellemet, hogy tejet viessek Áronnak, de egyébként csak ültem a fotelban. Ádám nem járt óvodába, anyukám csinált mindent, én meg ültem és sírtam. Embert nem akartam látni, de amikor etethettem a fiamat, naponta kétszer mentem be hozzá. Nyugtatót nem vettem be, nem akartam, hogy a tejen át esetleg hasson a kis szervezetére, így is érezhette a stresszt, akár rajta, akár az anyatején keresztül. Óriási fájdalom volt. Gábor Alice Budapesten volt Ádámmal, míg én is a szegen dolgoztam. Folyton távol voltam. Igaz, telefonon tartottuk a kapcsolatot. Én voltam könnyebb helyzetben, el tudtam foglalni magam, míg a feleségem őrlődött a négy fal között. Azt hiszem, én jutottam előbb túl a sokkon ám befelé fordulásunk évekig tartott, még a szűk családi kört is kerültük, ha lehetett. Nem tudtuk feldolgozni az új helyzetet. Lehet, hogy furcsán hangzik, de megbélyegzetteknek éreztük magunkat. Nehéz volt elfogadni az új, de végleges állapotot. Áron a mi gyermekünk. Igaz, nem lát, de akkor is a mi gyermekünk. Nekem körülbelül két évre volt szükségem, amíg túl tudtam tenni magam a történtek letargikus hatásán. Alice az én feladatom nap-nap után 24 óra hosszat tartott. Áronnál rengeteg egyéb probléma jelentkezett. Nekem nem volt lehetőségem kilépni az egészből, mert egyrészt el kellett látnom a családomat, másrészt hova mehettem volna. Még egy szabad szabadidőm sem volt. Kint laktunk az erdőn, arra felé rajtunk kívül szinte csak ijesztő volt. Senki, akivel szót tudtam volna váltani. Gábor elment dolgozni, és ha a munkája révén is, de kikapcsolódhatott. Sokáig nem akart beszélni a kialakult helyzetről. Ebben az időszakban nem igen voltunk jó társai egymásnak. Én egy évig sírtam, és csak erről akartam beszélni. Gábor pedig hallani sem akart róla. Előfordult, hogy inkább haza sem jött, vagy csak nagyon későn. Ilyenkor arra kért, ne beszéljünk erről. Amikor kihozhattuk Áront a kórházból, sokáig cumizott, rendkívül nehéz volt szoptatni. A mindennapok jelentős része azzal ment el, hogy etettem a fiamat. Minden egyébre, így Ádámra is kevés időm maradt. Hónapokkal később az okozott problémát, hogy nagyon passzívan feküdt Áron, nem tudtam, hogyan játszani vele. Fél éves volt, és még eszébe sem jutott, hogy megpróbáljon megfordulni. Fizikailag szépen erősödött, de folyton csak a hátán feküdt. Nem reagált a zenére, sem a csörgésre. Tehetetlenné váltam. Sokat volt kézben, mert sírós baba volt. Anyukámnak jutott eszébe, hogy a telefonkönyvben utána nézzünk valamilyen intézménynek, amely a nem látó emberek megsegítésére jött létre. Így jutottunk el a korai gondozóhoz de sajnos rendszeresen csak áron egy éves kora után járhattunk el hozzájuk, mert a fiunk egészségével eléggé sok gondunk volt, szinte mindig a tüdeivel kapcsolatban. Masszívan tartott nála a 40 fokos láz, ami kórházzal és infúziókkal járt. Életveszélybe szerencsére nem került, de az első évben bennem volt ennek a rémisztő képe. Ádámot a lehetőségekhez képest megpróbáltuk úgy nevelni, hogy nagyon szeresse az öccsét. Igazából viszont azt kell mondanom, hogy nem érzékelhetett mást, mint egy ideges anyát és egy hasonló állapotú apát. Kevés időnk maradt rá, de megpróbáltuk a lehetetlent. Gábor Szemésztől szemészig jártunk, kezdve a be nem jutunk a professzor úrhoztól, egészen odáig, hogy emberszámba vettek, mert azért erre is volt példa. Sok idő telt el, mire a kérdéseinkre választ kaptunk, és tisztába jöttünk a lehetőségeinkkel. Melyik szülőnek kezdeni elkeresni azt a csillagot, amelyiket le lehetne hozni az égről, még ha tudja is, hogy nem lehet? Ilyen helyzetben mindent megpróbál az ember. A külföldi gyógykezelés lehetőségét elvetettük, ezzel pont került a lehetőségek végére. Alice. Sajnos kellő tapasztalattal a hátunk mögött mondhatom, hogy a személyzeteken személytelenül foglalkoznak a páciensekkel, mert csak a szem létezik a számukra. Maga az ember, meg mintha ott sem lenne. Ez roppant fájdalmas. Általában öt kisgyermeket hívnak be egyszerre. A doktornő végig rajtuk, a kis lámpájával begukucskál a szemekbe. Ilyen körülmények között sírással küzdködve kell megkérdezni, hogy van-e valamilyen eshetősége a gyermeknek a látásra. Ennyire belső, fájó kérdésről kell ebben nem érdekelt emberek előtt beszélni. Mindenkinek megvan a maga baja, és én azért mentem oda, hogy az enyémet próbáljam minél tökéletesebben megoldani. Olyan az egész, mint a futószalag. A végén se jó napot, se viszlát. Ki kíváncsi az emberre? Ezt nem lehet épésszel elviselni, de egy magyar professzorasszonynak ez a természetes. Más nem számít, csak a szakmai előmenetele. Állítólag ebben a szakmában ő az egyik legjobb. Lehet, hogy a módszerével lehet a legtöbb szemet megvizsgálni és leggyorsabban előre haladni, de hogy embertelen, az biztos. Áron egyszer sírt, és nem akarta kinyitni a szemét. Na, én erre nem érek rá, altassák el, mondta a doktornő. Remektem, zokogtam a fájdalomtól. Ki meri ilyenkor kimondani azt, ami a szívén van? A fiam ekkor két éves lehetett, ez még az a korszakunk volt, amikor teljesen elzárkóztunk mindenkitől. Ha egy szülő olyan helyzetbe kerül, mint mi, minden lehetőséget megpróbál. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy egyetlen külföldi gyógykezelésről sem tudunk, ami eredménnyel járt volna olyan esetekben, mint amilyen a miénk. Tudomásom szerint legalábbis. Magyarországon is ugyanazt a beavatkozást végzik, mint külföldön. Nekünk is nagy problémát okozott a menni vagy maradni. Gábor szinte már elviselhetetlenül racionális volt ebben a kérdésben, én meg csak az érzelmeimre hallgattam. Most, hogy már túl vagyunk azon a nagy fájdalmon, tisztább fejjel én is azt mondom, hogy neki volt igaza. Nem szabad túlfeszített erővel, minden anyagi lehetőséget felélve beleugrani egy külföldi gyógykezelésbe, mert érdemleges eredményt úgy sem fog hozni. Fájó, de nyugodt lelkiismerettel mondom ezt azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, voltak, akik eladták a házukat, és mi értelme volt? A levált, elhalt látóideg nem fog képet sugározni az agynak. Gábor Valahol önbecsapásnak érzem, hogy arra várjon valaki, hogy majd a kamaszkorra kiderüljön, fog elátni a gyerek. Ezzel mindössze nyitva hagytak egy kis kaput, ami majd akkor fog bezárulni. Nekem egyértelmű a beállt helyzet, nem változtatható meg, és ezt tudomásul vettük nem tartom valószínűnek azt, hogy tévednék. Örültem annak, amikor ezt felismerte a feleségem. Oldódott a feszültség közöttünk, és másra fordíthattuk a közös energiánkat. Alice Az eszemmel ugyan tudtam, hogy Gábornak igaza van, de a vívódásom mégis a másik irányba tolt. Ma már kimerem mondani, hogy nem szabad reménykedni és ilyen indítatással kiutazni, bár lehet, hogy a lelkemet megnyugvással töltötte volna el. Anyukám volt az, aki az első perctől segített. Ez meg is látszik a kapcsolatukon, mert nagyon szeretik egymást Áronnal. Apukám nagyon sokáig nem merte megfogni az unokáját, mert túl pici volt. Később már levitte biciklizni, görkorcsajázni, és ezzel vált aktív nagypapává. Sajnos már nem teheti. Gondtalanul játszott az unokáival, mindannyiunknak hiányzik. Mindig azzal törődött, akinek a legnagyobb szüksége volt rá, de áron volt az első az egyenlők között. Anyukám rengeteget segített a háztartásban, a gyermekfelügyeletét is szívesen vállalta, ha kellett. A mai napig is mindenben a segítségünkre van. Nővérem egy hétig vigyázott áronra, akkor tudtunk elmenni Gáborral kettesben nyaralni. Ránk fért, nagy szükségünk volt rá. Fantasztikus volt számomra az az öt nap. Sajnos sokkal előbb kellett volna az a rengeteg probléma könnyen felőrölhet egy házasságot, ha másra nem, de néhány nap kikapcsolódásra folyamatosan szükség lenne. Ezt feltétlenül ajánlom mindenki figyelmébe. A feszültséget ki kell valahol engedni, máskülönben elviselhetetlen. A nagyon nagy problémákon már túl voltunk, jó volt, hogy kialudhattuk magunkat, és az is, hogy oda tudtunk figyelni egymásra. Minden nap beszéltünk telefonon Áronnal, hiszen ő ekkor szakadt el először a szüleitől. Két Kétszintes szolgálati lakásban éltünk az erdőben, ezért a lépcsőt lezártuk egy kerítéssel. Igaz, nem hosszú ideig. Egyszer arra figyeltem fel, hogy áron hangja az emeletről hallatszik. Oda siettem, hát látom, hogy a drága kisfiam fejjel lefelé parkodik négy kézláb. Ezt a szokását a későbbiekben is megtartotta. Mindent egyedül akar csinálni. Eleven kölyök. Nehéz időszak volt. Áron két évesen indult meg tíz hónappal később, mint Ádám. Érdekes volt megfigyelnem, hogy bár Áron is felállt akkor, amikor a bátyja, de neki tíz hónapra volt szüksége ahhoz, hogy elmerje engedni a biztonságot jelentő, kapaszkodásra alkalmas tárgyakat. Ez a nekem hosszú idő aggódással telt el. A korai gondozóban azonban tartották bennem a lelket, hogy nyugodjon meg anyuka, el fog indulni a kisfia, csak türelem. Amikor végre elindult, szinte ugráltam örömömben. Nem volt ember, akinek nem eséltem volna el. Örültem, nagyon büszke voltam rá. Ahogy láttam a fiamon a fejlődést, a bánatom úgy csökkent. Mind a két gyermekem egy gyönyörűnek látom, és minden porcikájukat szeretem. E teljes elfogadás nélkül nem lehet szeretni. Örömöt jelentett a lelkemnek az is, amikor Áron három évesen óviba került, és ott is mindenkinek a kedvence lett ezek a jó érzések segítettek ahhoz, hogy nagyon büszke legyek rá. Fejlődőképesnek és tanulékonynak mondták. Igazi gyereknek tartják, és talán ez a legnagyobb dicséret. Gábor Szeretném kiemelni a korai gondozó szerepét. A vakok általános iskolájának egyik szárnyépületében lehet őket megtalálni. Rengeteg segítséget kaptunk tőlük, és ha valaki olyan cipőben jár, mint mi, annak feltétlenül ajánlom őket. Nem elmenni oda bűn a gyerekkel szemben. Egy nem látó gyerekkel másként kell megismertetni a világot, mint azzal, aki lát. Olyan egyszerű segédeszközöket adtak a kezünkbe, amikkel el tudtuk érni, hogy áron folyamatosan a korának és a helyzetének megfelelően fejlődhessen. Egyszerű és logikus dolgokkal ismertettek meg minket, amelyek nekünk nem jutottak eszünkbe. Alice. Az volt az a hely, ahova úgymond szívesen jártunk. Persze belépni a vakok intézményébe fájdalmas volt, de érdemes. Mivel személyre szabottan foglalkoznak az emberekkel, nem találkozhattunk hasonló helyzetű családokkal. Az egyórás elfoglaltság mindig tartalmas volt. Sokan nem is tudják, hogy az intézmény létezik, mások pedig nem képesek túltenni magukat a bánatukon, és a talán szégyenükként megélt helyzetük miatt nem akarják felvállalni, hogy oda menjenek. Lehet, hogy áron azért lett olyan, amilyen lett, mert korán felismertük a gondozó fontosságát. Gábor lakáson belül szinte azonnal elfogadtam áron helyzetét. Amikor ki kellett menni vele, mondjuk a játszótérre, akkor viszont már az idegenek előtt is vállalni kellett, ez bizony elég nehéz. Engem a gyerekek őszinte szókimondása zavart az elején. É ez nem lát. Nem hibáztatom a kicsiket, csak rossz hallanom. Szívem szerint elmentem volna bőgni valahová. A direkt közlés eléggé fájdalmasan érintett. Áront hidegen hagyja, nem foglalkozik vele. A felnőttek részéről a klasszikus sajnálkozás nyilvánul meg. Azt kell mondanom, hogy sajnos. Mert nem kell sajnálkozni. Ilyenkor a felnőtt nem tud mit kezdeni a helyzettel, de mondani akar valamit úgy érzem, hogy Áron a többi gyerekhez képest sokkal kevésbé látványosan vak. Annyira nyüzsgő, mozgó, hiszen biciklizik, görizik és rohangál, valamint labdázik a maga módján. Alice Áronnal mindazokat a feladatokat megcsináltattuk, amiket Ádámmal. Nem zártuk el a látó gyerekek számára a megélhető világtól. Volt pedál nélküli motorja, amivel az erdőben gyakorolhatott. Itt a házunk előtt tanítottuk meg a gyors mozgást igénylő ügyességi játékokra. Az Ádámtól örökölt játékok jó hatásúaknak bizonyultak. Utánozni akarta Ádámot. Követelni kezdte, hogy ő is azt csinálja, amit a bátya. Hátrafelé mentem, hívtam, és így tanítottam meg biciklizni. Pár hónap után beleízlelt, és ekkor már igencsak iparkodnom kellett, hogy ne üssön el. Amikor meg nem bírtam már lépést tartani vele, akkor a távirányítása lett a feladatom, nehogy belerohanjon a járművével egy fába vagy egy parkolóautóba. Ádám mindig segítőkéznek bizonyult, kézen fogta öccsét, amikor görizni tanult. Áron csak akkor sír, ha nagyon megüti magát. Ha elesett, igyekeztem magam visszafogni, ha nagyon sírt, nyugtatgattam. Más esetekben hagyom, és ilyenkor fél perc után már szaladt tovább. Pánikot sohasem okozok a gyerekemnek, Egyszer egy nagyon magas mászókáról potyant le a homokozóba. Akkor átnyekkent, hogy azt hittem kész, vége. Felemeltem, de semmi különös. Ment tovább minden. Talán megszokta az eséseket, és ez már természetessé vált a számára. Töretlenül megy, megy előre. Élni akar. Természetesen belső lelki kényszer is volt, hogy vegyek neki játékot. A hangot adó játékok előnyt élveztek, de ennyire fontos volt az is, hogy készségfejlesztő legyen az, amit kap. Az összerakós játékoknak fontos szerepük van, amit csak lehet, meg is szerezzük neki. Gábor. Amíg az erdőben laktunk, Ádámot még a magas lesre is magammal vittem, de áron kicsi volt, és mire megnőtt, addigra elköltöztünk vissza Budapestre. Áron tejcukorérzékeny, és a gyomorszáj izomzata sem működik megfelelően. Az ebből adódó légúti problémák nyűgössétették, és más egyéb is amellett szólt, hogy jobban járunk, ha visszaköltözünk a városba. A sok-sok muszáj miatt Áronnal kellett foglalkoznunk, és Ádám bizony elhanyagolódott. Nagyon ritkán fordult elő, hogy kettesben lemenjünk focizni egyet. Úgy fociztam és kosaraztam vele, hogy Áron közben a nyakamban ült. Ez abból a szempontból segíthette a fejlődését, hogy a mozgásom révén és a játék hangulatát érezve megismerhette ezt a fajta játék lehetőséget. Az apa fiú kapcsolat így alakulhatott ki, miközben Ádámmal játszottam. Lehet, hogy a sok betegsége miatt, de sajnos Áront még mindig kisgyerekként kezeljük, mintha még baba lenne. Tudjuk, hogy ez nem jó. De még meg kell találnunk, hogyan bánjunk vele a korának megfelelően túl sokat ölelgetjük, dédelgetjük, és olykor felkéreckedik ölbe. Igazából nagy az ember, mert már tud mindent, csak kihasználja a helyzetet. Alisz. Bújik és bújik. Ádám nem volt ilyen. Áronnak itthon, házon belül vannak ezek a megnyilvánulásai. Szereti a gyerekeket, és talán ezért is szívesen járt óviba, most meg az első osztályba. Mindenre kíváncsi, szeret írni és olvasni, Sokat gyakorol itthon, pedig nem is lenne rá szüksége. Jó érzéssel tölt el. Ez is csökkenti el nem múló örökös fájdalmamat. Szerencsénkre Ádám is megállja a helyét az iskolában. Kölcsönösen odafigyelnek egymásra, amikor tanulnak. Ádámot érdekli a pontírás, most éppen egy francia kártyát ír meg az öccsének, mert kanasztázni szeretne vele. Közösen legóznak. Mindebből én azt vonom le, hogy rendkívül fontos Áronnak az, hogy van neki Ádám. Akiben van kíváncsiság és tanulni akar, annak fantasztikusan jó egy nyitott testvér. Ádám viszont megismeri a másságot, és azt is egyben, hogyan kell közelíteni az ilyen helyzetben lévő emberhez, hogyan kell bánni vele. Nem szánni, hanem segíteni kell, ha kell. A manuális tevékenységekben jobb, ha ők ketten vesznek részt, mintha én lennék Ádám helyében a képzeletviláguk megbeszélésébe és felhasználásába már a korom miatt sem férnék bele. Egymás mellett építenek, de közben megbeszélik a formákat és a terveket. Így válik közös élményük ki a játék. Egy gyerektárs az pótolhatatlan. Gábor ha Ádám bármikor azt mondta volna, hogy elege van a testvéréből, mert rá nem jut elég időnk, igaza lett volna. Lehet, hogy gondol ilyesmit, de hallani nem hallottuk tőle soha. Négyünk közül talán ő az, aki legjobban megszenvedte a történteket, mert mi a saját életünkért tettük azt, amit, de ő a testvére miatt nélkülözött. Tolerálta a helyzetet, és bármit megtenne az öccséért. Alice Nem volt tabu áron számára, hogy nem lát. Természetesen kezeltük. Ezünkbe sem jutott, hogy titkolózzunk előtte. Ma már sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint hét évvel ezelőtt. Gábor Sajnos a többi, hasonló helyzetű szülővel ritkán tudtunk összejönni. Kezdetben kipanaszkodtuk magunkat, azután megjöttek a kimit, mit hogyan csinál beszélgetések, amelyek nagyon hasznosak lehetnek. Szorosabb kapcsolat azonban nem alakult ki köztünk. Azt kell mondanom, hogy általános értelemben a nem látás körül információ szerzés nagyon nehéz. A különböző lehetőségek vagy jogok nem jutnak el a rászorultakhoz úgy, ahogy kellene. lehet -e tudni, hogy kinek lenne ez a feladata? Ránk, szülőkre fog hárulni a jövőben is. Nem csak mi szembesültünk az integráció problémájával. Mi egyelőre a speciális iskola mellett döntöttünk. Számunkra egyértelmű volt, hogy a vakok iskolájába iratjuk be. A megfelelő fejlődéshez mindenféleképpen erre van szüksége. Alice. Én is azt tartom helyesnek, ha hasonló helyzetű gyerekek egymás között kezdik megtanulni az alapokat. A családon keresztül úgyis benne vannak a látóvilág forgatagában. A tanulás területén való átállás lehetőségét majd az élet fogja megmutatni. Azt még nem tapasztaltuk meg. Gábor. A játszótéren már voltunk, de most jön a fehérbottal való megjelenésünk. Ez lesz a következő, nagyon kemény érzésekkel járó feladat. Természetesen most mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy Áron nem lát. Előre érzem a rám tekintetek mázás súlyát. Az igazi nagy kérdés azonban az, mi lesz, ha Áron felnő? Mindig az a fontos a számunkra, hogy a jelen helyzet jól menjen. A következőre meg szép lassan felkészüljünk. Az élet az igazi nagy rendező. Nem szeretnénk, ha Áron másképp élne, mint Ádám vagy bárki más. Önálló, független, önmagát ellátó életet szeretnénk biztosítani számára. Ennek az alapjait próbáljuk most lerakni, reméljük sikerrel. Nincs mit tenni. Taskovics Adél, nyolc éves, és látó édesanyja, Roma Nekilona 46 éves. Adél. Anya mondta el nekem picikoromban, hogy csak fényt látok, és elmesélte azt is, hogy miért. Feltűnt azért, hogy mások látnak, én meg alig, de nem vagyok szomorú ezért. Ugyanolyan ember és gyerek vagyok, mint a többi, csak nagyon rosszul látok. Észrevettem, hogy anyáik látják a repülő madarakat, én meg nem. Ha nagyobb tárgyról szeretnék többet tudni, akkor megkérem anyát, hogy mondja el az alakját, és azt is, hogy mire használják. Nagyon megtetszett nekem az utcán egy pici fémoszlop. A tetején volt egy kis gömb, amit elneveztem a fejének, pedig nem is az. Elárulom, ettől az oszloptól nem bírnak felhajtani az autók a járdára. Egyik kedvenc játékom a zsebcsörgő volt. Ha nem találtam, nyaggattam anyát, hogy keresse meg. A szomszéd kislánynak van egy zenélő hengere, amit ha tekerünk, akkor szépen zenél. Inkább a zenélő játékot választanám, mint a kellemes fogású plüst. Látó gyerekekkel nem sikerült még összebarátkoznom, de nagyobbakkal igen. Igaz, azok már inkább kamaszok. Az oviból meg az iskolai előkészítő osztályból is vannak barátaim. Nikoletta a legjobb haverom. Nálam az a fontos, hogy mindig játszom velem, meg kellemes legyen a hangja. Aki durva és kiabál velem, annak nincs esélye a barátságomra. Az oviba azért nem jártam szívesen, mert elég szomorú de akik oda jártak, azok nem voltak túl értelmesek. Ezért nem volt kivel játszanom és beszélgetnem. Nem bántásként mondtam, hogy nem voltak elég értelmesek, de így igaz. Anya mondta, hogy nem tehetnek arról azok a gyerekek, hogy kevésbé ügyesek. Az iskolában sokat tanulunk, és örülök, hogy jól megy a tanulás. Nálunk még nincsenek osztályzatok. Korongokat kapunk helyette a tanítónénitől. Ezeket válthatjuk be játékokra, amiket hazavihetünk. Aki bóckodik az órán, az nem kap korongot. Az iskolát azért szeretem, mert lehet tanulni, és barátokat is ott találok. Mi a breírás tanuljuk, ami pontokból áll. A breírógépbe be kell fűzni a lapot, és akkor lehet írni. Lenyomunk egy billentyűt, mondjuk az at, ami az egyes billentyűvel történik. A lapon egy gombos tűfej nagyságú pont lesz, ami az a betűt fogja jelenteni. Utána, ha megnyomom a középső nagy billentyűt, akkor szóköz lesz. Hat pont variációjából állnak a betűk. Bal oldalon található az egyes, a kettes, meg a hármas billentyű, míg a jobb oldalon a hatos, az ötös és a négyes. Alul középen pedig a szóköz billentyű van. Ha egy betű több pontból áll, akkor egyszerre kell lenyomni a szükséges billentyűket. Az A az egyes, az A a négyes, de ha egyszerre nyomjuk le az egyes és a négyes billentyűt, akkor cét kapunk. Ennyire egyszerű. Nem volt nehéz megtanulni, sőt, még az olvasás is könnyen megy. Saját magunknak tanulunk. Jó írni és olvasni, meg számolni is, mert ezeknek hasznát vesszük. Élvezem a tanulást, otthon leveleket szoktam írni anyának. Szemmel olvassa el, és közösen örülünk a sikerünknek. Magamnak is írok, meséket, egy oldal után el szokott fáradni a kezem, olyankor abba hagyom az írást. A most elkezdett mesém legalább négy oldal lesz. A címe Kiette meg a málnámat. Másolni is szoktam könyvekből. Előfordult már olyan is, hogy hibátlanul sikerült. Amikor az utcán vagyok, szoktam kérdezősködni. Az ismeretlen hangokra felfigyelek, és azok után érdeklődöm. Legutóbb a fűnyíróval ismerkedtem meg, elmesélés alapján. Tudom, hogy tolni kell a gépet, üzemanyaggal működik, és lenyírja a füvet. Az ismeretlen hangokat meg kell tanulnom, jó, ha mindenről tudok valamit. A traktor szeretem, de a sziréna üvöltő hangját ki nem állhatom. Attól még féltem is. A forgalom nagy zaja nem zavar, de nem is kellemes. Szeretek utazni, csak akkor izgulok egy picit, ha ismeretlen helyre megyünk a járműveken leszoktam ülni, és gyakran megesik, hogy beszélgetést kezdeményezek a mellettem ülővel. A kezdő kérdésem mindig, hogy hívnak? Egyszer egy nagy gyerekcsoporttal találkoztunk anyukámmal az utcán, és szinte mindegyikük megkérdezte tőlem, te nem látsz? Válaszoltam nekik, látok, de csak fényt. Tőlem legalábbis eddig nem érteklődtek az emberek, hogy milyen nem látni. Az állatkertbe szívesen elmennék újra, mert nagyon jól éreztem magam ott. A simogatóban voltam, ahol a kecskét és a birkát is megsimogathattam. Elég büdösek az állatok. Az utcá haladva virágillatot éreztem. Ebből jöttem rá, hogy virágbolt előtt megyek el. A szagok és illatok így válnak segítőnké. Postán voltam anyuval, és pufogásokat hallottam. Azt mondtam anyunak, hogy kloffolják a csekket. Hogy mi a fontos számomra? Az, hogy azokkal találkozhassam, akiket szeretek. Imádok mesét hallgatni. Rengeteg mesek az van. Ludas Matyi, Vuk, Mátyás király történetei. Ilyeneket szeretek hallgatni. A nyunó, a hunyó a zenei kedvencem a száz Celsius-tól. De jöhet bármi, csak normális hangerővel szóljon. A rádióban a kalipszót hallgatom, Régebben többször betelefonáltam, de állandóan vaknak titulált a műsorvezető bácsi, pedig mondtam neki, hogy nem vagyok az. Tévét is nézek, játékos vetélkedőket, rajzfilmet. Az Esmeralda, a Pampák királya, a Dallas mind érdekesek számomra. Van, amikor elég a hangja is a műsornak, de ha nem, akkor megkérdezem, hogy mi látható a képernyőn. Ha sokat kérdezek, előfordul, hogy lelőnek a szüleim, Ilyenkor mi más tehetnék, csendben maradok. A felnőtteknek nem mondhatok ellent. Néha felmérgesítem anyut, persze nem szándékosan, és akkor van úgy, hogy a fenekemre vagy a kezemre csap. Ritkán, de előfordul, hogy jogtalannak érzem a dádát, de nem szólok miatta. Általában azokról szoktam álmodni, akiket a valóságban is ismerek. Beszélgetünk, és közben felismerem a hangjukat. Táncolni is szoktam álmomban, úgy, ahogy a valóságban. Előfordul, hogy butaságot álmodom, az okát viszont nem értem. Ha ismeretlen szeméről álmodom, az megmondja, hogy ki ő. Arról is álmodtam már, hogy egy bácsit baleset ért. Ez rossz álom volt, nagyon megrendített. A legnagyobb örömöt eddig azt szerezte, amikor a régi beszélő macim helyett újat kaptam. Felvette a hangomat és visszajátszotta. Igazán nagy bánat még nem ért. Kis bánatot jelent számomra az, ha anya mérges lesz rám. Anyát nagyon-nagyon szeretem. Akkor éreztem magamat nagyon bátornak, amikor írtó hangosan szólt a zene a szobában, és mégsem féltem az üvöltő hangjától. Befogtam a fülemet, oda mentem a rádióhoz, és lehalkítottam. Egy kis fényt azért érzékel a szemem, ezért láthatom meg a napfényét és a televold világosságát. Ez gyönyörűségesen gyönyörű. Jó lenne látni, mert ha valami nagyon szép, akkor azt láthatnám. Nem jó, hogy nem látok, de nem is olyan rossz. Szomorú azért nem vagyok. Ha lehetne három kívánságom, először azt kívánnám, hogy a nagymamám gyógyuljon meg. Azután szeretném, ha szárnyam nőne, hogy tudjak repülni. Fent szállhatnék a magasban, nem esnék le, és gyorsan haladnék a levegőben. Hamar el lehetne jutni így bárhová. A harmadiknak egy kiskutyát kérnék, imádom őket. Ha lehetne negyediket is kívánni, akkor azért látni is szeretnék. A látó gyerekeknek azt üzenem, hogy sziasztok és legyetek egészségesek. A látó felnőtteknek pedig azt, hogy legyenek mindig boldogok. Felnőtt koromban szinkronizátor szeretnék lenni. Anya mesélt arról, hogy a külföldi filmeket szinkronizálják. Lesz férjem, sőt több gyermekem is. Lásson a férjem, de ha nem lát, az sem lesz baj. Beletörődnék abba is, mert nem tehetne róla. Én sem látok, csak fényt. Akkor is lenne gyermekem, ha tudnám, hogy nem fog látni a megszületése után. Baj lenne, de akkor is szülnék gyermeket. Most is szerelmes vagyok. Nagyon aranyos és kedves hozzám a fiú. Ha megfogom a kezét, az sokkal jobb érzés, mintha egy másik fiú kezét fognám. Jó érzés szerelmesnek lenni. Anyával indultunk haza az iskolából, amikor a folyosón találkoztunk ti már Péter bácsival. Azt mondta, lehet, hogy szerepelni fogsz egy filmben. Meglepődtem, anya is. Alig akartam elhinni, hogy én is szerepelhetek egy filmben. Nagyon örültem volna, de mivel Péter bácsi azt mondta, hogy lehet, ezért nem mertem nagyon örülni. Apukámnak is tetszett a hír. Az első próbán bíborka szerepét kellett eljátszanom. Egy kislányt kellett alakítanom, aki nagyon megsértődik, mert vaknak titulálják, és ezért elájul. Sok gondom volt az eséssel, mert a lábamat fel kellett tolnom. Ezt az utolsó pillanatban tettem. Néha megmozdultam, miközben ájultam, feküdtem. Forgatáskor már azt mondták, jól csináltad. Nyávognom is kellett, amint a földön másztam. Ez nagyon tetszett. A filmben aztán felnövök, nagy bíborka leszek, és rémálomként fog követni gyermekkori sértődésem. Amikor különböző jeleneteket vettek fel, más és más zene szólt a háttérben. A zenével jelezték a jelenet hangulatát. Volt egy bácsi, Szabolcs bácsinak szólítottuk, aki mindig megviccelt. Azt kérdezte, ki az a Taskovics? Én meg azt válaszoltam, nem butáskodni versenyen vagyunk. Az osztálytársaimnak meséltem a forgatásról. Egyikük sem irigykedett. Ha felkérnének egy újabb film megköszönném és igent mondanék. Azért jó, hogy rólunk készült ez a film, mert sokan láthatják majd, hogy milyen rossz, ha valakit megsértenek. Ilona Korábban volt egy házasságom, amit jónak lehetett volna mondani, de sajnos az eltelt 11 év alatt nem sikerült gyermeket a világra hoznom a terhességeim mind sikertelenek voltak. Álmaim és életem nagy vágya a gyermek nem adatott meg, és erre ment rá a kapcsolat. Egymás iránti tisztelettel és méltósággal váltunk el. Szörnyen nehéz volt, mert szerettük egymást, de... Volt férjemnek azóta született egy egészséges fia. Az emberi kapcsolatunk azóta is jó. Gyermek után vágytunk mind a ketten. Évekig egyedül éltem a vágyamnak. Képzeletemben ölelésre tártam a kezemet, és beszélgettem a nem létező gyermekemmel. 38 évesen kezdtem együtt élni a mostani férjemmel, Tiborral. Igazi szerelmet kaptunk egymástól. A boldogságomat csak tetézte, hogy szinte azonnal terhes maradtam. Amikor megéreztem, azonnal rohantam a nőgyógyászhoz, mert tudtam, hogy nekem már csak ez az egy lehetőségem maradt, hogy egyszer valaki anyucinak szólíthasson, én meg őt gyermekemnek. A korom miatt fel sem merült bennem, hogy ne tartsam meg a terhességemet. Annyira, de annyira vigyáztam magamra. Minden elképzelhetőt betartottam, és rendszeresen utaztam fel Nagykőrösről Budapestre, hogy a klinikai felügyelet biztonságával erősítsem meg a gondosságomat. A magzatvízvizsgálatot sem engedtem meg, mert igaz, minimális, de mégis veszélyt jelenthetett volna a hasamban fejlődő gyermekemre. Csodálatosan szép volt a világ, tele az élet értelemmel. Bármennyire vigyáztam, Adéla 29. hétre világra jött. Nagyon gyakran fájt a hasam, görcsölt, és hiába mondtam az orvosomnak, ő csak nyugtatgatott, hogy semmi baj, ez ezzel jár. Talán makacsabbnak kellett volna lennem, ragaszkodnom kellett volna, hogy befektessen, Kínzó és gyötrő kérdések, de nincs rájuk válasz. A 29. hét egyik estéjén annyira görcsölt a hasam, hogy tudtam, reggel mindenféleképpen bemegyek a kórházba. De még ezt sem lett volna szabad megvárnom, egyből mentőt kellett volna hívnunk. Hajnali öt órakor aztán szirénázva rohantak velünk. Minden tiszteletem a mentőké, a sorompó piros jelzése ellenére is áthaladtunk rajta. Ceglédre vittek, és a szülő otthonban hajnalok hajnalán szerencsémre egy szenzációs orvost találtam. Ez az ember a hivatásának a tökéje volt. Minden bent lévő egészségügyi dolgozó egy szívvel, egy gyakorattal segített. Élükön dr. Tóth Györgyel. Adél farfekvéssel született, és a halálból kellett visszahozni, újraélesztéssel. Csak utána kerültem én sorra, mert velem is volt bőven teendő. Ezek a gondok azonban eltörpülnek. Adélt azonnal Budapestre szállították, a Tűzoltó utcába. Két hétig élethalál között volt a kislányunk. Minden nap többször is telefonáltam. Őrület volt, amit átéltem ez alatt. Adél 1110 grammal született, és 38 centi volt. Minden nap róla álmodtam. Talán egy hét múlva azt, hogy teljesen úgy néz ki a lányom, mint én a gyermekkori fényképemen. Szép nagy szemekkel nézett rám az álomfémjéről. Annyira feltűnő volt a szeme, hogy talán ennek az emléknek a hatására kezdtek el mocorogni a fejemben, a rádióriportokban korábban hallottak. Koraszülés, inkubátor, oxigén túladagolás, és... Amikor ez bekattant a fejembe, szinte őrületbe estem. Nem elég az, hogy valóságos lehetőség volt a szellemi fejletlenségére. Gyenge a tüdeje is ezért kell az inkubátor az oxigén túladagolással. Egyfolytában csorogtak a könnyeim, és bizony szomorú hangulat ülte meg a családot. Ilyenre sikerült a szerelem teljesülése. Három hét után láthattam meg az én kis csöpségemet, mert minden értelemben az volt. A férjem erősebb volt nálam, szavakban és akaratban is. Állandóan nyugtatott, pedig neki sem volt könnyebb, mint nekem. Szerelemből született gyerekünk, és a férjem azt mondta, hogy ez is benne volt a pakliban. Kettőnknek kell megoldani a nehézségeket, le kell tudnunk győzni. a odáig, hogy Tibor előtt már nem ismertem sírni. Mivel csak utcáról hívhattam a kórházat, nem szégyellem, mindig bementem a templomba, hogy csendvehessen körül. A maga megnyugtató békéjével. Ez menekülés volt, hiszen csak akkor mentem be, ha egyedül lehet. Nem a könnyeimet szégyeltem. Fejtem a tejemet, és az egyik rokonom lánya vitte fel vonattal minden nap Budapestre. Nekem is vonatra kellett szállnom, hogy odaadhassam neki cegléden. Az a feszült várakozással teli izgalom az első felutazásunkkor, az elmondhatatlan. Meglátnom a lányomat, akiért a szívem szakadt meg. Tudtam, hogy pici. Felkészültem rá. De amikor megláttam az inkubátorban, egyszerűen rogyadozni kezdtek a lábaim. Amikor megláttam azt az icike picike, rendkívül formás, kreolbőrű tüneményt, keze-lába állandóan mozgott, meg kellett kapaszkodnom. Félelmetesen picike volt. Rövid ideig lehettünk bent. Kézbe venni természetesen még nem lehetett. Mosolyogni nem voltam képes, inkább az aggodalom jelent meg bennem hogy ez a kis falat életben tud-e maradni egyáltalán. Lesz-e egyáltalán alkalmam magamhoz ölelni? Mégis jó volt látnom, mert lett egy képem róla, amely állandóan velem lehetett. Ezzel a képpel feküdtem és ébredtem. Inkább hétvégén utaztunk fel Budapestre, mert három óránként fejtem a tejemet, és vonatozás közben igencsak nehéz lett volna. Három hónapon keresztül kapta ímódan a kislányom az anyatejet. A sok-sok lefagyasztott tejből később a nagykörösi babák is kaptak. Amikor kissé felengedett bennem a feszültség, megkérdeztem az orvosokat, hogy mi várható a látásával. Nyugtatgattak, mondván, hogy véleményük szerint látni fog a gyerek. Az idegrendszerével kapcsolatos vizsgálatok jó eredménnyel fejeződtek be, de nagyon iszkultam a személyzeti vizsgálat előtt. Van remény, mondták utána, de van félnivaló is. Műtétre került sor, de közvetlenül utána még nem nyilatkozott az orvos. Telt az idő, és eközben egyre nőtt bennem a rettegés. A közeli szemklinikára is átvittem. Ott is nyugtatgattak, mondván, hogy az egyik szemére fog látni. Megpróbáltam elhinni, de nem tudtam. Megadott időpontra jöttünk fel a három hónapos lányunkért, hogy hazavihessük a tűzoltó utcából. Tudták az időpontot, Mégis órákat kellett várni arra, hogy előkerüljön az orvos. A takarítónők keresték elő, es tanárurat. Közölte, hogy már letették a munkát, mert másnap ünnep lesz. Megtisztelt azzal, hogy megvizsgálta Adélt, a lelkiállapotomat hadd ne cseteljem. Amikor kihozta a vizsgálat után a lányunkat, lecövekelt mellettünk, és azt mondta. Hagyják sorsára a gyereket, nincs mit tenni. Az egyik szeme bezáródott, a másikkal nincs mit tenni viszontlátásra. Még ma is a fülemben cseng, hagyják a gyereket a sorsára, nincs mit tenni. Ember az ilyen. Sírni sem tudtam, megalázottan indultunk a lépcsőház felé, ahol egy doktornő állított meg bennünket. Ő írta le annak a szegedi adjunktus nőnek a nevét, Pelle doktornőjét, aki emberségből és szakmailag is maga volt a tökély. Sírással küszködve hívtam fel, és szinte elég volt meghallanom a hangját, stílusát. Azt mondta, másnap vár, és hozzátette, hogy mivel sokat kell majd várni, készüljünk fel erre is. Súlyos a helyzet, mondta, de mindent megpróbál, amit lehet. Pár nappal később bekerült a lányom a műtőbe. Hogy milyen érzés volt? Kis zöld ruhában hozták ki, alig volt két és fél kiló, nem lehetett meghatódás nélkül ránézni. Úgy éreztem, nem is orvosként, hanem anyaként szólt hozzám a doktornő. Erre volt szükségem. A jobb szemén van egy kis esély a fénylátásra, mondta, de majd meglátjuk. Külföldre indult tanulmányútra, de még az utolsó nap is bejött meglátogatni bennünket, pedig üres volt már az osztálya. Mindig kaptam tőle gyakorlati tanácsokat, amiket mástól, senkitől. Hitet adott, hogy értelmes, értékes és boldog ember lehet még a lányomból. Szeretettel és törődéssel el lehet mindezt érni, mondta. Legyek a szeme helyett a szeme, ne sajnáljam, egyenértékű lányként fogadjam el. Hónapokkal később újra felmerült a beavatkozás lehetősége, de a doktornő azt mondta a kérdésemre, hogy ha az ő gyermeke lenne Adélka, ő nem üttetné meg, mert nagy a veszély, hogy még a fénylátását is elveszíti. Ebben maradtunk, a kör zárult, Beleremektem. Várom a csodát, hiszem, hogy egyszer még látni fogja a gyermekem a világ csodáit. Fejlődik a tudomány, miért ne? Megpróbálom természetes módon elfogadni a nemlátásának a tényét, és értelemmel sietek a segítségére, hogy amit csak lehet pótoljak a számára. Ezt meg kell tanulni, mert a hogyanokra nincs recept. Egy másik világba kerültem a lányom kapcsán. Együtt tanuljuk ennek a buktatóit. Hiszem és vallom, hogy teljes értékű életet fog élni. Sokkal nagyobb feladatot kaptam az élettől, mint pusztán csak felnevelni egy gyereket. Sokszor fáradt vagyok, és belesajdul a lelkem. Néha jó lenne kitörni vagy ordítani egyet, de akkor rám mosolyog, adél és kész. Egymás kezét fogjuk lefekvéskor, és reggelre mindig tele leszek energiával. Megpróbáltam jó kedvűnek látszani előtte, de olykor elsírtam magam. Ilyenkor megrezzent, nem értette. Érzékeny lelkületű, nagyon kell figyelnem, vigyáznom magamra, hiszen nem mondhatom, hogy azért sírok, mert nem látsz. Lehet, hogy az igazat kellene mondani? Bár mértékkel, de hívő ember vagyok. Sokáig kérdeztem Istent, hogy miért. Mára elmúlt ennek a fontossága. Van gyermekem, és nekem az lett a feladatom, hogy maximális odaadással foglalkozzam vele. Adélka azt szokta mondani, ha újból születnék, akkor is azt akarnám, hogy te legyél az anyukám. Nem tudom megállni könnyek nélkül. Egy kisvárosban bizony nehéz úgy végig menni az utcán, hogy ismerősökkel ne találkozzon az ember. Éreztem, ahogy mögöttem összesúgnak. Látod, alig maradt életben, és nem is lát. Mennyire sajnálom az anyját, Ezeket a mondatokat sohasem hallottam, de tudtam, hogy erről van szó. Lassan már stresszt jelentett az utcán tartózkodás. Mások pedig diszkréten elkerültek, hiszen egy szomorú, mosolytalan arcú anyukának ugyan mit mondhattak volna. A legnagyobb csalódást a barátnőm jelentette. Tőle vártam a megértést és a lelki támaszt. Mégis, amikor bementem a volt munkahelyemre Adélkával, érdekes módon mindenki a lányom szemét kutatta a tekintetével. Később elmondták, hogyan beszélt ki a barátnőm a hátam mögött. Rájöttem, hogy lehajtott fejjel, és kerülve az embereket nem lehet élni. Vállalni kell azt, ami van, és nyitottnak kell lenni, sőt, nekem kell kezdeményeznem, hogy oldjam a helyzetet. Egyre többet mentem a délkával, és láttattam, hogy vállalom és szeretem, törődöm vele. Elég volt a szánakozásból, ugyanakkor szükségem volt az emberi kapcsolatokra. Észrevették a nyitásomat, ezzel több új ismerőssel eltem, sikerült visszatalálnom a helyes útra. Sokáig bíztam abban, hogy javulás fog beállni a kislányom látásában. Három év után indultam el, hogy elintézzem a személyi járadékát. Ez volt az a pillanat, amikor valahogy elfogadtam a helyzetét. Ezzel egyetemben azzal is tisztában voltam, hogy Budapestre kell kerülnie, mert csak ott van a számára megfelelő intézményrendszer. Tudtam azt is, hogy a családnak együtt kell maradnia. Nem teszem ki Adélt a kollégiumi élet nehézségeinek. Egyértelművé vált, hogy Budapestnek kell lennie a további életünk színterének. A férjem is egyetértett velem, és nekiálltunk felszámolni az addigi szép és kényelmes otthonunkat. Mindent, de mindent el kellett adnunk, mert olyan óriási árkülönbség van a vidéki ingatlan és a budapesti egyszerűbb lakások között, hogy rákényszerültünk több közeli rokon és ismerős nem értett meg bennünket. A megnyugvást az jelentette, amikor megkötöttem az előszerződést egy József körúti lakásra. Arra azonban nem gondoltam, hogy udvari lakás lévén alig fogod a fénybe szűrődni, legalábbis annyi, hogy Adélka számára hasznosítható legyen. Szépen felújítottuk a lakást, a régi barátok csodálatos famunkát végeztek, szinte ingyen, hogy galéria is legyen. A kiválasztáskor az volt az elsődleges, hogy minél közelebb lakjunk az ovihoz és a sulihoz. A gond nem jár egyedül, mert negyven felett bizony nem könnyű elhelyezkedni, mint ahogy pénz nélkül sem lehet élni. Adélka nehezen szokta meg az ovit, szüksége volt a szülői közelségre. Észrevettem, hogy míg nagykörösön valamennyire használta a fénylátását, itt már csak tapogatózva közlekedett. Ez a felismerés arra sarkalt, hogy világosabb lakásba kell tovább mennünk. Kicsit félve, de határozottan kértem a férjemet, hogy lépjünk tovább, bele is egyezett. Igaz, a belvárosba kerültünk, de még közelebb az óvodához. Sokszor eszembe jut es tanár úr szava, hogy nincs mit tenni. Van, bőven van mit tenni. Adél elől nem titkoltam sohasem, hogy nem lát úgy, mint a többi ember. Szavakkal láttatom vele mindazt, amit a környezetből nem láthat. Fontosnak tartom, hogy minél több ismerete legyen a világról, érdeklődő, beszélgető emberré váljon. Meg lehet, sőt, kell tapintani és fogni mindazt, ami elérhető. Nem szabad a firtató tekintetek miatt lemondani róla. Az esélyt meg kell adni mindenkinek. Igazi kihívást jelent ez számomra, hiszen nem könnyű megtalálni azokat a szavakat és azt a logikát, amikkel értelmezhetővé lehet tenni a nem látottakat. Olyan folyamat ez, ami által állandóan fejlődöm, más ember leszek, mintha látógyermekem született volna. Rendkívül hatásos a gyurmával való formázás, mert az elérhetetlen alakokat jól és könnyen lehet szemléltetni. Játék zsiráfot azért vettem, hogy Adél megértse azt, mit jelent arányaiban egy hosszú nyak. Öröm elmenni a füvészkertbe, órákig simogatja pici ujjaival a leveleket, érzékkel dugja be az ujjacskáját a virág kehelybe, azután beszippantja az illatát. Egyre kevésbé zavar, ha megnéznek bennünket. A kislány minden iránt érdeklődik. jár a kis keze, igaz, óvatosan. Na rájöttem, hogy van belső képe a tárgyakról, de teljesen más, mint amit mi látunk. Egyszer a ceruzáját az erős fény felé tartotta, és az árnyékolását figyelve azt mondta, hogy nem ilyennek képzelte, pedig milliószor fogta már. Elmesélem a felvett ruhájának a színét, ő meg végig tapogatja a fodrokat, csíkokat, és a tapintásán keresztül képe lesz az anyagról. Kicsit későn jöttem rá, hogy számára az a fontos, hogy minél előbb önállóan oldhassa meg a mindennapi feladatait. Rendkívül nehéz volt rászoktatni az önállóságra. Tiltakozott a maga módján, de nincs más út. Ennek a felismerésnek is magam voltam a szülő anyja. Annyi örömöt tud adni Adélka, hogy lassan talán el is felejteti a bánatomat. Még nem volt egy éves, amikor énekeltem a konyhában, és azt vettem észre, hogy ritmusra veri össze a kis kezét. Gyorsabban kezdtem énekelni, mire ő is ritmust váltott. Nem akartam elhinni. A nem látása miatt, talán érthetően később mert csak elindulni, Nagyfokú bátorság kell hozzá, még akkor is, ha neki ez természetes állapot. Mentem vele az udvarra, ahol elesett, és megjegyezte, hogy izzad a fű. Mosolyogtam magamban, azután elmondtam, hogy harmat van a füvön, és elmagyaráztam a lényegét. Az ilyen és ehhez hasonló momentumok csökkentik az elkeseredettségemet. Sokszor rácsodálkozom a memóriájára, arra, hogyan fogalmaz és ahogy átél dolgokat. Mindenről van véleménye, és szeret érvényesülni. Legutóbb a Nász fogalmáról érdeklődött, amiről a korának megfelelően el is mondtam mindent. Miért mondják, hogy a bácsiknak tojásuk van? örülök minden kérdésének. Fontos részei ezek a fejlődésének, és egyben jó fokmérői. Egyszer azt kérte tőlem Adélka, engedje meg neki, hogy betelefonáljon az egyik kereskedelmi rádióba. Kedvence lett a rádiósoknak és a hallgatóknak. Többen csak akkor hitték el, hogy nem több, mint hat éves, amikor személyes találkozóra került sor. A riporter azt csodálta, hogy nem csak használja a szavakat, hanem érti is. A humoros bemondásokra csattanós választ adott a lányom, partnere tudott lenni egy felnőttnek is. Érdekes módon Adél akarta befejezni a betelefonálgatást, nem véletlenül. A riporter több ízben vaknak titulálta, amit Adél több alkalommal is kikért magának, mondván, hogy ő nem vak. Az önérzete erősebb volt a szereplési vágyánál, ami szerintem jó. Az egyik legnagyobb meglepetés az volt számomra, amikor egy romhányi verset akart elmondani, amit talán egyszer-kétszer olvashattam fel neki. Előbb halkan elmondta magában, és amikor biztos volt a dolgában, hangosan is előadta. Sugárzó arccal hallgattam végig, igazi meglepetés volt. Ennek a rendkívül jó memóriának a másik oldala azonban, hogy a számolás viszont nehezen megy neki. Igazából azt a módszert kell megtalálni, aminek a logikája által leginkább szemléltető lesz számára a megoldás. Számkártyát készítettem, amiről kézzel szerezhetett információkat. Hiszem azt, hogy Adél felnőttként boldog ember lesz, akár a szakmai, akár a magánéletben. Ha ez sikerül, abban én is benne leszek egy kicsit. Legyen önálló, mert biztos vagyok abban, hogy örül annak, hogy él. Világtalan, vak, fogyatékos. Ezek a szavak felháborítóak. Azok voltak már akkor is, amikor nem volt gyermekem. Még aki szellemileg nem ép, arra sem mondom, hogy fogyatékos. Ezek a szavak hasítják a levegőt, szinte megdermedt tőlük az ember. Akik ezeket a szavakat használják, emberi mi voltában kezelik le, sőt, alázzák meg azt a másikat. Mindannyian emberek vagyunk, nem világtalanok, nem vakok és nem fogyatékosak. Milyen más volna, ha látássérültek iskolája lenne, és nem... Ne találjunk ki kategóriákat, ne rekesszünk ki, és ne bélyegezzünk meg senkit. Nincs mit tenni. Van. Bőven. Azt kérdezzétek, hogy mi a baj. Geszti Eszter, tíz éves. Öt évesen kerültem a vakok óvadájába. Előtte gyulán voltam egy csecsemő otthonban. Három éves koromig láttam minden színre emlékszem, egyedül a vörösre nem. A zöld a kedvencem, talán azért, mert ez a természet színe. A legú, az építőkocka és a barna maci képe most is előttem van. Egyik este a csecsemő otthonban lefektettek aludni. Reggel, amikor felébredtem, nagyon szédültem és nem láttam. Nagyon megijedtem. Elvittek a kórházba, megoperáltak. A műtéttől nagyon féltem. Amikor felébredtem a műtét után, nem találtam a gumi és elkezdtem sírni, de aztán meglett a malacka. Már nem szédültem, de sajnos nem láttam. A szüleim nem vihettek haza. Amikor visszakerültem az otthonba, a gyerekek viselkedése megváltozott. Gorombábbak lettek, rondán beszéltek velem. Ha a vakságom miatt kipellengéreznek, az nekem nagyon rosszul esik. A bántás után nem szoktam elmenni árulkodni, csak azt szoktam válaszolni, hogy ezt nem mond. Sajnos nem tudták leállítani magukat. Itt fent Pesten kedvesen fogadtak, rendesek voltak, de utána egyre szigorúbbakká váltak a nevelők. Reggelente gyorsaságra intettek, így ráztak bele az itteni tempóba. Már az idekerülésemkor sem jelentett problémát az önálló öltözködés és étkezés. Kicsikoromban azt hittem, hogy csak én vagyok vak. Itt fent találkoztam először hozzám hasonló gyerekekkel. A szokatlanság miatt meg amúgy is rossz volt. Mindenki rajtam lógott, és nem tudtam, hogy merre kell menni. Hol van az új kislány? Egy kicsit idegesített. Nem voltam játszós gyerek, csak ültem az ágyamon, és nem is nagyon gondolkodtam. Nagyon magányos voltam. Bántott, hogy nem látok. Nyolc éves voltam, amikor megismerhettem a szüleim lakását. Heten vagyunk testvérek. A nővérem jött el, értem, hogy ezután busszal hazamenjünk. Húslevessel és tortával fogadtak, mert születésnapom volt. A családban mindenki látt. Az egyik ikertestvérem mozgás sérült, a másik egészséges. Első alkalommal egy hétvégére mehettem haza, azután örömömre sűrűbben. Boldog voltam, és miután visszahoztak a kollégiumba, szívesen meséltem az élményeimet. A pontírást úgy tanították meg, hogy először a hat pont hely mellé oda az A betű jelét, és így tovább. Ezzel a módszerrel el tudtuk képzelni a brej betűpontok elhelyezkedését a papíron. Írni könnyebb megtanulni. A jó olvasáshoz rengeteget kell gyakorolni. Az első szavak, amiket elolvashattam, a bab, a baba, meg az abba voltak. A tanulást este magnózással felettettük, Szeretem a dobokat, de a gyors ütemek mellett a lassúak is jöhetnek. Az olvasás és a nyelv a két kedvenc tantárgyam. Ha egy vitorlás hajóról olvasok, elképzelem, hogy a tengeren úszik, szép idő van, és nem fúj a szél. Imádom a meséket, a kristálygolyót, a kis gyufa áruslányt, a tért széli katicát és a többit. Brejben szoktam olvasni, egyedül. Hatan járunk egy osztályba, és elég jó a maga viseletünk. Mindegyik tanárunk lát, már aki a mi osztályunkban tanít. Naponta öt óránk van, most harmadikos vagyok. A tornaórát bemelegítéssel kezdjük, utána jöhet a medvefogó. Van egy medve, a többi gyerek meg szétszalad. A medve dörmögve kezdi kergetni a többieket, és akit elkap, annak ki kell állnia. A legutolsó, aki bent marad, lesz a győztes. Szoborjátékot már nagyon régen játszottunk. Ugrálunk és futkosunk, és amikor a tanárunk tapsol, meg kell állnunk. Ilyenkor szoborrá kell válni, és aki először megmozdul, az kiesett. Van még a tűz-vízrepülőgép játék. Ha elhangzik a tűz, mindenkinek az egyik kapuba kell szaladnia. A repülőgépnél gyorsan le kell hasalnia a padlóra, a víznél meg fel kell mászni a bordásfalra. Az utolsók persze kiesnek. A kosárlabdával pattogtatni szoktunk, és sajnos elég régen csörgőlabdáztunk. labdáztunk. Szeretek labdázni, nem kevésbé úszni. Igazából még csak siklani tudok, meg közben lábtempózni. A mellúszás alapjait mostanában kezdtük tanulni. Az óra végén játszani szoktunk, beledobnak a vízbe nehezebb tárgyakat, amiket meg kell találnunk és fel kell hozni a víz alól. Egyformán ügyesek vagyunk, mert mindig mindenki talál a bedobott tárgyakból. A zsúliban egy-két hónap alatt tanulhattam meg az alapvető közlekedést. Nem szoktam a fal mellett menni, megérzem a bemélyedéseket és a kanyarokat. A tér meg bodását érzékelem. Az iskolán belül nem kell botot használni, mert minden helyet ismerünk. Direkt nem, de véletlenül előfordul, hogy egymásnak megyünk. Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, udvarias vagyok, ezért szoktam elnézést kérni. Ha sétálni megyünk, hatunkra jut egy vagy két felnőtt kísérő. Legtöbbször a városligetbe megyünk kiátszani. A különböző fajátékokon elmászkálunk, megugrálunk. Ha a nevelők maguktól ajánlják fel a kinti játszás lehetőségét, az jól esik nekünk. Ketten vagyunk a kollégiumi szobában Szilvivel. Nem zavar a köztünk lévő nagykor különbség, jól meg vagyunk. A fényképezőgép használata felül érdeklődtem nála és mivel ő meggyűjti az apró pénzt, beváltom nála az aprómat. A barátkozásnál az a fontos, hogy a másik nyugodt legyen, ne legyen akaratos és dirigálós. A kinti világról nem igen szoktam érdeklődni. A rádiózás és a magnózás az egyik legjobb kikapcsolódása számomra. Nem szoktam tévézni, szerintem nem is érdekesek a filmek, meg aztán úgy sem látom őket. Ha otthon tévéznek, akkor is átszoktam menni a másik szobába, és elfoglalom magam. Szívesen megyek haza, bár magányosnak érzem otthon magam. Van anyukáméknál egy kisfiú, aki Csernobilnak csúfol. Sajnos a többi látó gyerekkel sem sikerült barátilag összejönnöm. Bánt a kirekesztettség. Szóltam is az egyik testvéremnek, hogy vigyen el engem is játszani. Ha néha elvisz, akkor is többnyire a padon ülök. Apukám azért megpróbálja a testvéreimet lelkesíteni velem szemben, de ez nem túl sikeres. Álmomban nem látok. Egyik álmom az, hogy bejönnek a tesó még a kollégiumba, és ráfekszenek az asztalomra, és ott alszanak. Amikor felkelnek, és már menni kellene, akkor azt mondom, hogy nem az alvással kellett volna eltöltenetek az időt, inkább szórakoznunk kellett volna. Egy másik álmom, hogy ebédelni megyek, de nem kérem a kaját. Az egyik konyhás odajön, és azt mondja, majd ő megeszi a levesemet. Bár látni nem látom őket, de a hangjukról felismerem az álmaimban szereplő embereket. Nem minden esetben egyezik meg a valóságos hangjukkal, de általában igen. Ha teljesülhetne három kívánságom, akkor az első az lenne, hogy lássak. A második az lenne, hogy legalább hetente egyszer hazautazhassak. Harmadikként azt szeretném, ha szorosabb kapcsolatban lehetnék az anyukámmal. Jó lenne, ha az egész családom többet lehetne együtt. Többet szeretnék tudni a világról, és örülnék annak, ha minél többet mesélnének róla. Kíváncsi lennék rá, hogy felnőtt koromban lesz-e vakvezető kutyám. Azért szeretnék, mert akkor biztonságban érezném magam. Azt üzenem az embereknek, hogy vigyázzanak a vakokra, és ha kell, akkor segítsenek. Ti látó gyerekek meg ne cukkoljatok minket, mert mi nem tehetünk arról, hogy vaksik vagyunk. Ha oda jöttök hozzánk, ne kérdezzétek meg azt, hogy vak vagy. Ez nekem mindig fáj. Inkább azt kérdezzétek, mi a baj? Azért vagyok szomorú, mert látni szeretnék. A vakoknak a tudás az életük. Hajner János, 11 éves. Régen Pesten laktunk, Tetszett, amikor felszálltunk egy villamosra, trollira. Nagyon érdekes volt számomra a város. Szépnek láttam mindent, ahová csak elvittek a szüleim. Sokan voltunk az oviban, autóval, plüssállatokkal játszottam, és jól láttam. A Gellért hegyen nagy csúzdák voltak, arra szívesen emlékszem vissza. A két testvérem kisebb nálam, leginkább meséket néztem a tévében. A szomszéd fiával voltam jó barátságban, átjártunk egymáshoz, a szüleink is jó viszonyban voltak. Azután látóiskolába kezdtem el járni. Igen, ám, de akkor már Somogy megyében laktunk egy kis falu mellett, tanyán. Minden nap bejártam busszal, a Suli körülbelül tíz kilométerre lehetett. Akkor is, meg még most is jól érzem magam kint a természetben. Akkor négy kutyánk volt, kettő harapós, kettő szelídebb. Mára megfeleződtek minden szempontból. Van kecskénk, meg tyúkunk, igazán jó otthon. Pestet szerettem, otthon meg imádok lenni. Mostanában jövök rá, hogy mi mindent lehetne otthon csinálnom, ha látnék. Milyen klassz lenne labdázni, meg futkározni, a nyári lehetőségekről nem is beszélve. Tél volt, és azt vettem észre, hogy káprázik a szemem össze-vissza a színek, és igencsak furcsákat láttam. Lassan azonban már azt sem láttam, hol van a füzetemben a csík. Talán két nap alatt zajlottak le az események, homályosodni kezdett a látásom. A felmérő dolgozatokban egyre több hülyeséget írtam. A szüleim felfigyeltek a furcsaságok láttán, így derült fény a látásom romlására. Elvittek a szemorvoshoz. Először azt hitte, hogy szürke hályog, de nem csak az, hanem retina leválás is volt. Többen voltunk, akik nem szerettünk egy kövér gyereket. Elkezdtük csúfolni, meg talán meg akartuk verni. Azután mégis mi futottunk el előle. Engem kezdett el kergetni. Beszaladtam a suli folyosójára, ott ért utól. Fellökött, még a szemüvegem is eltörött. Igaz, nem fájt semmim. Nem tudom, lehet -e ennek köze a retina leváláshoz. Az elején azt hittem, hogy elmúlik majd a rosszul látásom. Jóval később a kórházban mondták, hogy vak vagyok. Én meg egyből kikértem magamnak, nem vagyok vak. Próbáltam magam nyugtatni, hogy csak egy időre ment el a látásom. Az idő múlása tanított meg arra, hogy hiába ellenkezem, mégis így van. Hallani sem bírtam azt a szót, hogy vak. Ideges nem, de szomorú voltam az állapotom miatt. Sőt, volt bennem félelem is. A szüleimen nagyobb változást nem vettem észre, mindenben segítőkészek voltak. Már nem szerettem a gyerekek társaságát, sőt, egy kicsit féltem is tőlük. Ha újból látnék és bekerülnék egy látóosztályba, biztos vagyok abban, hogy hónapokig magányos lennék. Önálló akartam lenni, de ha meglátták a szüleim, hogy valamit csinálok, jöttek segíteni. Azért fontos pedig a minél nagyobb önállóságot megtanulni, mert egyszer felnövök, és akkor magamnak kell megállnom a lábamon. A másik az, hogy nem mondják, hogy ez egy vak, úgy sem tud semmit. Eleinte az álmaimban még jól láttam. Ma már olykor homályosak az alakok. A műtétem körül álmodhattam, hogy megműtöttek, és kezdtem halványan látni. Tisztán láttam a kukát, hogy szürke, és a kék csempét. Először azt hittem, hogy egy közeli városba fogok járni suliba. Így meg lett volna a lehetősége, hogy a hétvégeken hazamehessek. Megijedtem, amikor meghallottam, hogy Budapesten kell iskolába járnom. A nagy távolság riasztott meg. Szomorú voltam. Egy gyerekfelügyelő hozott fel, és bizony az elején mindenkit összekevertem. Hamarosan megbetegedtem, és az éjszakásnak azt mondtam Éva néni meg Kati néni, és ő hallgatott mind a kettőre. Féltem bemenni az osztályba, mert féltem a gyerekektől. Egy nagy épület, én meg nem látok, eléggé furcsa volt. Idővel azonban nem csak a helyismeretem lett jó, hanem megtanítottak a pontírásra és az olvasásra is. Fél év kellett ahhoz, hogy elfogadható szinten belerázódjam az itteni világ kerékvágásába. A brei írógépen sokkal kevesebb a billentyű, mint a másikon. Amikor meghallottam a csattogását, nem tudtam elképzelni, hogyan lehet ilyen zajban hallani a tanár diktálását. Eleinte, amíg nem tudtam írni, csak szóban kérdeztek. A gyerekek barátságosan fogadtak. Oda jöttek, kérdezték a nevemet, én meg kicsit félénk voltam. Összebarátkoztam egy fiúval, és akkor már könnyebb volt. Nem tudom miért, de a kinti világomról nem meséltem nekik. Valószínűleg a nagy távolság miatt ritkán mehetek haza. Otthon a testvéreimmel szoktam játszani, és a családomnak mesélek az iskolában történtekről. A régi barátaim nem jöttek, igaz nem is szeretnék velük találkozni. Amióta nem látok, azóta nekem valahogy furcsák a látó emberek. Igazából szégyellem magam, és félnék a kérdéseiktől. Az igazi gondom a szabad mozgás hiánya, és az akaratomnak az ilyen módon történő csorbulása. Mérges nem vagyok senkire, de bánta nem látásom. Már otthon lecsendesített. Van úgy, hogy ledőlök az ágyra, és csak gondolkodom. Persze mi másom, mint hogyha látnék, milyen más lenne. Itt a kollégiumban leginkább rádiózni szoktam a szabad időmben, hangjátékokat és lágerzenét hallgatok. Nagyon ritkán tévézek, néha megnézem a fókuszt, mert érdekes. Ebbéli szokásaimat nem befolyásolta a nemlátásom. Ritkán veszek könyvet a kezembe, de Móra Ferenc történeteit kedvelem. A vakoknak botjuk meg kutyájuk szokott lenni. Ha felnövök, én inkább a kutyát választanám. Igaz, a kutyát etetni kell, a bot meg eláll a sarokban, de a kutya mégiscsak élőlény, a bot meg egy tárgy. A gödröt egy kutya jobban megérzi, persze csak akkor, ha jól be van tanítva, és ha szereti a gazdáját. Én a kutyát szeretném választani. Ha három kívánságom lehetne, elsőként azt kívánnám, hogy lássak. A második az lenne, hogy gazdagok legyünk. Harmadikként meg azt, hogy jobb legyen az egész világ, ne legyenek ilyen magas árak, ennyi gonosz emberre sincs szükség, és legyen béke mindenhol. A látó embereknek azt üzenem, hogy ha meglátnak bennünket, ne sugdolózzanak, hogy ott egy vak, inkább segítsenek, és ha véletlenül valakinek neki megyünk, ne morogjanak velünk. Ti gyerekek meg ne csúfoljatok ki minket. Szerintem azt sem kell mondani nekünk, vagy ránk, hogy szegény vak, nem kell leszegényezni, mert mi is ugyanolyan emberek vagyunk, csak nem látunk. Egy anya pedig tanítsa meg a vak sok mindenre, mert az a fontos, hogy minél többet tudjon. Ne szolgálja ki. Nekünk a rendre nagy szükségünk van, és a hallásunkkal sok mindent észreveszünk. Előbb-utóbb mindenkinek a saját lábára kell állnia, és nem mondhassa senki, hogy ez még ezt sem tudja megcsinálni. A vakembernek is mindent meg kell csinálnia, amire egy látó képes. Ilyen az élet. Arató Dávid, 12 éves. A látóvodában azért volt jó, mert ott nem bántott senki. Mindenki nyugodt volt, és játszhattunk, meg azután focizni is megtanítottak. Az udvaron lévő kis pályán az néni lett az edzőnk. Amikor anyukám eljött értem, akkor minden gyerektől egyenként elköszöntem. Nagyon szerettem oda járni. A tévében mutattak egyszer egy festményt, és nekem az nagyon megtetszett. A képen egy tölgyfa állt, és a kék égen szálltak a madarak. A mezőn egy őzikesüt ütkérezett a napon, de már látni lehetett egy-két felhő árnyékát. Nagyon élethűen volt ábrázolva, igazán nem véletlen, hogy még ma is élénken él bennem. A szüleim arcára emlékszem. Anyukámnak feketés barnás a haja, és közepes hosszúságú. Az arca pedig kerek. Mivel a motor kerékpára mindenem, ezért a motorok képe él bennem a legerősebben. Családostul voltunk kirándulni ópuszta szeren. Végignéztük a kiállítást, utána egy domboldalra leterítettük a magunkkal hozott plédet, és jó ízűen ettünk ittunk. Mi gyerekek nagyot játszottunk aztán este hétkor elindultunk hazafelé. Nagyon tetszett a kiállított gőzmozdony és a többi nagy gép. A régi iskolát is láthattuk, amiben száz évet tanultak a gyerekek. Összesen hat haverunk volt, mindig meghívtam őket hozzánk. Napközben lent játszottunk az udvaron, amikor elkészült az ebéd, akkor anyukám leszólt, a haverjaimmal felmentem, és együtt megebédeltünk. Amikor elsőbe jártam, kimentünk a barátaimmal egy erdős helyre. Legurítottam egy téglát, nem esett rá senkire, de az egyik srác visszadobott egy követ, ami a bal szemem aljához vágódott. Elkezdtem sírni, mire odajött a haverom testvére, és megpofozta az öccsét. Este néztem volna a televíziót, ám a bal szememmel csak homályosságot láttam. Szóltam az anyukámnak, gyorsan felöltöztünk, és elmentünk az orvoshoz. A központi ideget találta el a kő, mondta az orvos, és hozzátette, hogy levált a retinám. Egy hétig még jártam suliba, ám amikor az stk ba mentünk, akkor már kihívták a mentőt, és így kerültem a Szegedi klinikára. Megoperáltak, és másfél hónapig a vendégszeretetüket élveztem. Nagyon rossz volt, mert alig tudtak bejönni a szüleim, hogy meglátogassanak. Sokat sírtam. Amikor kijöttem, a bal szememre nem láttam. Sem a gyerekek, sem a tanárnőm nem hitték el, hogy kórházban voltam. Anyukámnak egy fényképet kellett bevinnie a suliba, hogy megnézhessék a kórházban rólam készült felvételt. Pedig nem voltam lógós gyerek. A tanárom megkérdezte, hol voltál, fiacskám? Rossz volt a szemem, feleltem. Persze, persze, mondta a tanár. A bal szemem hiánya zavarta a rövidlátó jobb szememet is, Ebből lettek is bajok az iskolában. Másfél évvel később minden szentek táján történt, hogy mentem ki az udvarra, és a hátsó lépcsőtől jött egy srác. Teljesen váratlanul belefejelt az arcomba, pont a jobb szemembe. Sírva kérdeztem tőle, te hülye, mi volt ez? A bátyám később elkapta és jól elverte. Percről percre romlott a látásom. Otthon anyukám megkérdezte, miért tapogatott kisfiam a falat? Összemosódott előttem minden, és zöldben láttam a környezetemet. Másnap reggel, amikor felébredtem, anyukám arcát teljesen eltorzulva láttam, meg is ijedtem. Mivel nem javult a látásom, a harmadik napon este kaptuk magunkat, mentünk az orvoshoz. Újból szegeden kötöttem ki, újból retina leválásom lett, csak most a jobb szememen. A műtét szerencsére sikerült, ám utána valamilyen kenőccsel bekenték a szememet, ami nagyon marta. Icike picikével rosszabbodott a látásom. Egy hónapig otthon kellett lennem, pihentetni a szememet. Ötször kenték be, és egyre rosszabbul láttam. Anyukámnak mérgesen panaszkodtam. Amikor megtudtam, hogy nincs tovább, akkor nagyon megijedtem, és szomorú lettem. Egy hétig nem is foglalkoztam semmivel. Csendben voltam szüleim is el voltak keseredve, és bizony sírást is hallhattak a szomszédok. Anyukám intézte el, hogy ide jöhessek tanulni. Amikor első nap bementem az új itteni osztályomba, mindenki köszönt nekem. Szia, Dávid! Nagyon jók voltak, mindenben segítettek. Korrekciós órákon tanították meg a breírást és olvasást, ami viszonylag könnyen ment a fejembe. Három hónap alatt perfekt lettem, nagyjából, az itteni tanárok érthetőbben adják le az anyagot, mint az otthoniak. Ha valamit nem értek, óra közben jelentkezem, és már is kérdezhetek. Amikor nem látó tanár van bent, akkor közben is lehet szólni. Itt jóval kevesebben vagyunk az osztályban, és minden szempontból jobban érzem magam. Biztonságban vagyok, barátok vesznek körül. Néha azért összeveszünk, de egy óra múlva kutyabajunk. Olyan lányt, aki megtetszett volna, eddig még nem találtam. Most is képszerűen álmodom. Az eddigi zuhanós álmaim szerencsére kezdenek egyre ritkábbá válni. Azt mondták, hogy 14 éves kor után megszűnnek. Álmaimban látok, és mindig jól. Magamat úgy élem meg, mintha látnék, csak éppen nem látok. Az ovis és a régi sulis emlékeimről szoktam álmodni, a rémálmaimról meg nem is jó beszélni. Ha a régi haverjaimmal találkozom, oda jönnek hozzám és beszélgetünk. Kölcsönösen felkeressük egymást, ugyanolyan természetesen viselkednek velem, mint régen. Csak mi gyerekek nem mehettünk ki együtt az utcára. Azért rossz ez az állapot, mert az ember egy nagy sötétet lát, annak a közepén meg egy nagy semmit. Ha elvész valami, nehezebb megtalálni, meg több baj is érheti az embert. Annak örülök, hogy láttam, mert sok mindent megismerhettem. Volt olyan eset, amikor idegesített az, hogy nem látok. Ha nem találok valamit, akkor dühöngeni szoktam. Nem okolok senkit, és nem haragszom senkire azért, mert nem látok. Nem találkoztam azóta azzal a két fiúval. Talán egyszer megkeresem őket. Megkérdezném, miért csináltátok? Egyébként nincs nagy baj. Így leszek, így maradok mindörökre. Zárjuk le, én megvakultam, ti megláttok. Ilyen az élet. Ezt mondanám nekik. Ha lehetne három kívánságom, az első az lenne, hogy a házunkban lévő plegykás család ne plegykáljon. A második az lenne, hogy az emberek okosak és tanultak legyenek. Legyen sok örömben részük, és boldogan békében éljenek. A harmadik meg az lenne, hogy felnőtt koromra jöjjön vissza a látásom. A látó gyerekeknek azt kívánom, hogy soha ne kerüljenek ilyen helyzetbe, és azt üzenem, tanuljatok, hogy okosak legyetek. Szeretetben legyetek otthon. Az óvistársaimnak meg azt üzenem, ti is örökké lássatok. Én a kollégiumot választanám. Nagy Brigitta, 15 éves. Kedvenc színem a ciklámen volt, de a világos kéket is kedveltem. Mindegyik alapszínre emlékszem, csak az árnyalatokra nem. Ha egy tájat vagy más látványt mesélnek el, el tudom képzelni. Igazából az zavar, hogy már sok emlékképem kezd a feledés homályába veszni. Az emberi arcok szürkülnek, sajnos. Amire nagyon jól emlékszem, az a bátyám arcképe. Sokáig láthattam a fotóját a falon függve, azért ivódott bele, hogy mélyen az emlékezetembe. Három évesen egyre homályosabban kezdtem látni a bal szememmel. Szakorvoshoz vittek a szüleim, majd hamarosan el kellett távolítani a bal szememet, mert daganat fejlődött ki a retinámon. Abban bíztunk mindannyian, hogy nem fog átterjedni a jobb szememre. Azután, 1989. áprilisában, megtörtént az, amit jó lett volna megúszni. Arra emlékszem, hogy amikor három éves voltam, a műtét előtt alig bírtak kiszedni anyukám kezéből a műtőben valamilyen mesével próbálták elterelni a figyelmemet. Annyira kicsi voltam még a második műtétemnél is, hogy nem fogtam fel észre a történteket. Fogalmam sincs arról, hogy miként éltem meg azt a válságot, hogy nem látok. Arra viszont nagyon jól emlékszem, hogy egy éven keresztül úgy teltek a napjaim, hogy három hét kórház, azután egy hét otthon lét. Erre azért volt szükség, nehogy tovább terjedjen szervezetemben a daganat. Apukám először kiakadt azon, ami velem történt, de utána kissé megnyugodott. Az ovis időszakomról csak azt tudom, amit a felnőttektől hallottam. Állítólag szemtelen kölyök voltam. Mint látó gyerek meg az alapvető önellátást, öltözködni, mosakodni, és a többi. A nem látásom után viszont anyukám teljes körűen ki akart szolgálni, azt hitték, jót tesznek velem, de szerencsémre belátták, hogy nem látva, még inkább önállóvá kell válnom. Muszáj volt rászólnom a szüleimre, hogy ne készítsék ki állandóan a ruhámat, mert én is ki tudom venni a szekrényből. Problémaként merült fel az is anyóék részéről, hogy egyedül fürödjek, mondván nem látom a szappant. Kicsit murisnak tűnt nekem az egész. Még a lakáson belül is mindenhova kísérni akartak. Úgy kezeltek, mintha béna lennék. Muszáj volt küzdenem ellene. Azt vettem észre, hogy azok a gyerekek, akik bent laknak a kollégiumban, önállóbbak. A hazajáró gyermekeket kiszolgálják, és az általában meg is látszik rajtuk. Ha ideális lenne az otthoni helyzetem, akkor is a kollégiumi elhelyezést választanám. Emlékszem arra, hogy járt hozzánk egy látóiskolában tanuló, de nem látó gyerek. Elég nyápic fajta volt, de azért mégiscsak befogadtuk magunk közé, bár túl sokat nem foglalkoztunk vele. Elég harcias szellemben nőttünk fel a vakodában, mert eléggé verekedősek voltunk. A konfliktusokat hajhúzással és csípéssel toroltuk meg. Pesgett az élet, pláne amikor különböző csapatok alakultak az osztályon belül. Teljesen változó volt, hogy valaki éppen melyik bandához tartozik. Elegendő volt a váltáshoz, ha valaki összeveszett a saját csoportjának egyik tagjával. Mi lányok nem hazudtoltuk meg magunkat, mert azért babáztunk is. Öltöztettük és betakartuk a babákat. Mindig csak egy babát hoztam be a kollégiumba. Mindez a felnőtt életre való felkészülés jegyében zajlott. harmadikos koromig tartott. Az egyik osztálytársnőm még ötödikes korában is hódolt a babázásnak. Cikiztük is érte rendesen. Mostanra már ő is szerencsésen túlesett az egészen. Az előkészítőben még ötös volt a magatartásom, ám az elsőben már csak hármast kaptam. Volt egy intőm is. Bezártuk egymást a vécébe, ment a harca két összevont osztály tanulói között. Igazából csak a felső tagozaton lett kedvenc tanárom, judit néni, aki matematikát tanít. Nagyon jól megértjük egymást emberileg is. Van olyan tanárom is, akivel kicsit hadilábon állok. Nála akkor jó valaki, ha árulkodik. Ennyi, ugye, elég róla. A büntetés az, hogy a gerinces gyerek nem mehet le a te házba, vagy éppen korábban kell lefeküdnie. Ha lapokat hagyunk a padban, a tanár széttépi, és ha valami elől marad a helyiségben, azt elteszi. Ötvenszer kellene leírni, hogy nem hagyom elől a személyes holmimat. Szerintem sok értelme nincs az ilyen büntetésnek. Én még egyszer sem vagyok hajlandó leírni ilyet. Az év végén úgy is visszakapom az elvett tárgyaimat. Csak a mi osztályunkban fordulhat elő, hogy egy hétre mindössze húsz brejlapot kapunk, és erre kellene a vázlatokat írnunk egy héten keresztül. Magyarán ez a füzetünk. Ha nem elég, akkor is elégnek kell lennie. Ilyenkor nincs más hátra, mint hogy egymástól kunyizzunk. Megkérdeztük a másik évfolyamon tanuló gyerekeket, Náluk nincs ilyen adagolásos módszer, ők is hülyeségnek tartják. A matekra visszatérve azért szeretem, mert olyan mozgalmas, gondolkodni kell rajta. Az irodalom megunalmas, ezért nem szeretem. Néha el is álmosodom az óra alatt. Olykor leesik a fejem, ha felolvas a tanár. Van, hogy meg is kérdezi, mit olvastam, Brigi? Ilyenkor jó nagyot hallgatok. Kémiából a periódusos rendszer az, ami szintén elég álmosítóan hat a szervezetemre. A tanár rázta ki az álmot a fejemből, érdeklődött a kén iránt. Lehet, hogy véletlenül éppen arról álmodtam, mert mintha válaszoltam volna valamit a feltett kérdésre. Azért van a fegyver, hogyha szükséges, akkor használjuk. Ezért néha előveszem a puskámat. Csak az egyik órán lehet bevetni, meg is tesszük, mindenre elszántan. Egy nem látó tanárunk van, angolt tanít. Nála nem szoktunk puskázni, mert az bunkóság lenne. Most kezdett el tanítani minket Anikó néni, aki szintén nem lát. Nála sem fogunk puskázni. Már jó pár éve koptatom a padot, de nem vettem észre, hogy különbség lenne látó és nem látó tanár között. Ugyanúgy át tudják adni a tananyagot, és a látó tanárok úgy kezelnek minket, mintha látnánk. Nem fordult még elő, hogy éreztette volna valaki velünk azt, hogy nem látunk. A viszonyunk teljesen változó a tanárokkal kapcsolatban. Ha kisgyerekként rossznak könyveltek el valakit, akkor a megítélése végig megmarad ilyennek. Néha kellemetlen helyzet is adódik. A barátnőmmel vihogtunk a kollégiumi szobánkban. Bejött valaki, és csendre intett bennünket. Aztán belülről jól bevágta az ajtót, mintha kiment volna. Én meg bevettem, és azt mondtam a barátnőmnek. Ez úgy ment ki, mint egy felbőszült oroszlán. Erre az illető elkezdett üvölteni meg pattogni, hogy ő nem felbőszült oroszlán. Ugye milyen nehéz az élet? A hazajárók hamarabb tudnak kapcsolatot teremteni a külvilággal, mint mi bent lakók. Mi csak felnőtt kíséretében mehetünk ki az utcára, és néha már zavaróan hat az ott létük az ismerkedésekre. A kapcsolatteremtésre igazából a Soltvat kerti tábor nyújt lehetőséget, ahová látó fiatalok is járnak. Jó lenne, ha látó testvérosztályra találnánk, mert akkor rájöhetnének a gyerekek, hogy azért nem vagyunk olyan hülyék, mint amilyennek talán gondolnak. Lakatos Zsuzsa is segített bennünket abban, hogy ne érjen váratlanul a serdüléskora. A barátommal úgy ismerkedtem meg, hogy együtt mentünk le az ebédlőbe, és útközben találkoztunk azzal a két fiúval, akivel együtt lakik. Beszélgettünk, majd később azzal az ürügyjel mentünk be hozzájuk, hogy az egyik osztálytársunkat keressük. Persze tudtuk mi, hogy nem lehet a kollégiumi szobában, mivel órán volt. A fiúk szerencsénkre helyjel kínáltak, és jól elbeszélgettünk. Talán azért szerettem meg a fiúmat, mert nehezen lehet megszerezni. Nagyon makacs. Nehezen lehet a szívéhez közel kerülni. A kitartó munkámnak köszönhetően azért sikerült odalopnom magam. Már a már bizalmasabb velem, sőt, néha kedves is tud lenni. Egy csókból akkora ügyet tudnak csinálni a nevelők, mintha a szüzességemet veszítettem volna el. Nem szabad lemenni délután az osztálytermekbe, mert akkor nem lát minket óvó szempár. Néha megkérdezzük a máskodót. ő nem szokott gyermekkorában csókolózni? Akkor még a kézenfogás is bűnnek számított, hangzik a nem túl meggyőző válasz. Na, azért történelmet mi is tanultunk. Az együttesek közül az álmok futó és a bestiák a kedvenceim. Egy bulin találkoztunk a bestiák tagjaival. Rendesek voltak, mert elbeszélgettek velünk. Kozsó eljött a sulinkba is. Gyermeknapra hívtuk meg. Autogrammot írt a kezünkre, mert az akkor nagy divat volt nálunk. Este azonban muszáj volt kezet mosnunk. Nagyon szeretek tévézni, kedvenceim, Eszmeralda és a gazdagok és szépek. Az este fél tíz előtt kezdődő filmeket végignézhetjük. A hétvégi tévézés az éjszakás nevelőtől függ. Anyukám meghalt, apukám megisszik, mint a szivacs. Egy vagy két éve mentem haza utoljára a nővéremmel. Elmentünk apukámhoz, de nem nagyon foglalkozott velünk. Az egyedüli ember, aki közel áll hozzám emberileg és érzelmileg, a matek tanárnőm, Lőcsei Judit néni. Bármit mondhatok neki, nem mondja vissza senkinek, és ha kérdezem, mindig válaszol, bármiről legyen szó. A gimnáziumi felvételire együtt fogunk elmenni. Fiataloknak való programra nem igen visznek bennünket a nevelők, csak akkor, ha mi nagyobbak kiharcoljuk állami nevelt vagyok, és ha színházba megyek a társaimmal, akkor egy egyfelét kifizeti az iskola. Néha kiharcolunk egy-egy koncertlátogatást, de akkor a teljes összeget nekünk kell állnunk. A 14 éven felüliek havi 2435 forintot kapnak, a kisebbek 1755 forintot, amit csak az állami neveltek kaptak 1999-ben. Ez a pénz Gábor bácsinál, a kollégium vezetőjénél van, ha pénzre van szükségem, hozzá kell fordulnom. Leginkább tusfürdőt, parfümöt és műsoros kazettát szoktam vásárolni. Vannak látó barátnőim is. Tőlük szerzek információt a divatról. Most a magas sarkú cipő a divatos. Vettem egy pár cipőt, kényelmes. Ha nem lett volna, az nem vettem volna meg. A ruháknál talán az a legfontosabb, hogy ismerjük a színüket. Hiába készül minden póló hasonló anyagból. A fogásuk alapján mégis meg lehet különböztetni őket egymástól. Nagyon szeretem a farmer cuccot, a szoknyát viszont ki nem állhatom. Imádom a feszülő ruhát, akár lent, akár fent. Kényelmesen érzem benne magam, és fontosnak tartom azt is, hogy nőiesen nézzek ki. Melindával a barátnőmmel átszoktunk ugrani néha a vakok intézetébe, ahol több ismerősünk lakik. Egyszer eltévedtünk zuglóban nagy füves területhez értünk, tele volt autóval. Később átmentünk egy úttesten, egy éppen felénk robogó gépkocsi előtt. Szerencsénkre mi voltunk gyorsabbak. Gőzöm sincs arról, hogyan, de egy benzinkútnál kötöttünk ki. A benzinkutas rendes volt, mert elkísért bennünket az egyes villamos megállójához. Visszaérve a kollégiumba, elmeséltük a kálváriánkat. Nagyon dallamos a fülemnek a spanyol nyelv. Szívesen eltöltenék egy hetet Spanyolországban. Nem szeretnék férhez menni, mert inkább a függetlenség híve vagyok. Az együttélést viszont elfogadom. Nem a látásom vagy a nem látásom múlik a kapcsolat alakulása, hanem azon, hogy szeretik-e egymást a párkapcsolatban élők. A látótárs egyik előnye, hogy többet tudna segíteni. Hátránya meg az lenne, hogy ki tudja, miért fogok ki. Apámból kiindulva eleinte mutatná a jót, meg hogy milyen aranyos, utána meg kiderül, hogy trehány. A nem látótárs jobban meg tudna érteni, segíteni viszont kevesebbet tudna, mint ha látna. Azoknak a szülőknek, akiknek nem látó gyermekük születik, azt tanácsolom, hogy úgy neveljék gyermeküket, mintha látna. Tanítsák meg kenyeret vágni és a többi alapvető feladatra. Ha ezt nem teszik meg, önállótlan lesz gyermekük, és felnőttként nem fog társat találni. A látó embereknek azt üzenem, hogy bátran teremtsenek kapcsolatot velünk, mert szerintem néha megértőbbek vagyunk, mint a látó emberek. A vakság nem ragályos. Nyugodtan oda lehet jönni hozzánk, csak ne két ujjal csippentsék meg a kabátunkat, segítést gyanánt. Nem szeretnék újból látni, mert beletörődtem a helyzetembe és megszoktam. A tanulásban igaz, elég nagy hátránya nem látás, de nekem így is jó. A személyi igazolványba azt írják be, hogy világtalan, ha a tulajdonosa nem képes leírni a nevét, pedig csak nem lát. Egy pillanatig sem gondolkodtam, hogy szereplőként részt vegyek a vakvagányok című filmben. A táncolás megtanulása nem volt könnyű feladat mivel a hat lánynak nekünk egymáshoz igazodva kellett táncolnunk. Olyan remekül sikerült betanulnunk a mozdulatok sorát, hogy harmonikus egész állt össze a mozgásunk. A felvételek kezdetekor állandóan feszültség vibrált bennünk. Szeretném azonban hozzátenni, hogy miattunk nem kellett a szokásosnál többször ismételni felvételt. Nagyon jó hatással volt ránk Tímár Péter, mert a jó beszólásaival mindig oldani tudta az idegességünket. Ilyenkor felengedett a társaság, és ment a munkázás tovább. Eleinte viszont nagyon furcsa volt számunkra a stáb ismeretlen sokasága, hiszen velük a forgatás elején találkoztunk először. Szép lassan azonban velük is összemelegettünk, és a végére még jó barátságok is szövődtek. Az elején éreztük rajtuk, hogy nem tudják, miként segítsenek nekünk, vagy hogyan szóljanak hozzánk, Egyszer elhívtuk őket a kanizsai étterembe, ott hamar rájöttek, hogy mi sem vagyunk azért annyira furcsák. A szerződésben többek között az állt, hogy napi 12 óránál nem dolgozhatunk többet. Annyit nem is dolgoztunk, de azért voltak jó húzós napjaink a forgatás alatt. Szünetekkel tarkítva folyt a munka, ez alatt bohémság ütött anyát közöttünk, nagyon rossz érzés költözött belénk, amikor elérkezett az utolsó olyan forgatási nap, amikor még ránk is szükség volt. Óriási hiányérzetet hagyott bennünk a megszűnő munka és az elmaradó emberi kapcsolatok. Mindezek hiányát nem tudta pótolni számomra a gimnáziumba hívó csengő szó. Remélem, hogy a film láttán jóval kevesebben fognak bennünket olyan szerencsétlennek tartani, mint amilyennek most gondolnak. Élmények sokasága tett gazdagabbá az elmúlt hónapok során. Osztálytársaim is teljesen másként viselkednek velem, amióta megtudták, hogy egy film szereplője vagyok. Az önbizalmamnak is nagyon jót tett a megfelelés érzése. Ha lehetne három kívánságom, elsőként azt kívánnám, hogy el tudjam végezni az egyetemet. Ügyvéd szeretnék lenni, főként azért, mert zűrös családból származom. Szeretek az embereknek segíteni. Igazából csak az ártatlanokat védeném. Másodiknak egy jó családot kívánnék magamnak, és mellé azt, hogy a leendő gyermekeimet jól tudjam nevelni. A harmadik kívánságom meg az lenne, hogy lehessen újabb három. Nem gyermekem, hanem kívánságom. Mi ebben az érthetetlen? Rákli Zsuzsanna, 16 éves. Az első igazi nagy élményem az volt, amikor két évvel ezelőtt megtanultam hajtogatni. Az origami egy japánból származó papírhajtogató művészet. Jött egy aranyos néni, hogy a vakokat megtanítsa rá. Elmondta, hogy a jól sikerült munkákból kiállítást szeretne rendezni. Elkezdtem a hajtogatást, és nagyon jó, mert hasznosan tudom eltölteni a szabad időmet. Teljes mértékben le tud kötni. Legutóbb darukosarat készítettem. Nyolc kis madárkából áll, amiket össze kell ragasztani. Van egy könyv, abban benne vannak a hajtogatási módok. Mivel síkírásos könyv, megkérek egy látót, hogy diktáljon le nekem egy-egy elkészítési módot. Pontírással szoktam lejegyzetelni, aztán magam kis lépésekben megvalósítom a hajtogatást. Egy nehezebb művel háromnegyed óra alatt készülök el, ha nem sietek. A kézdarabokat elteszem, a jobban sikerültek kiállításon is voltak már. Ha kérem, utána visszakapom őket, a vulkánkitöréses képemmel harmadik helyezést értem el egy versenyen. Nagyon örültem, hogy hajtogatáshoz szükséges jó minőségű lapokat kaptam érte. Látó és nem látó gyerekek indulhattak azon a versenyen. Nekünk persze sokkal nehezebb megtanítani a hajtogatást, mert nem látunk. A kézmozdulatokat jól érthetően kell elmondani nekünk, hogy megértve utánozni tudjuk a hallottakat. Három évesen kerültem állami gondozásba a szüleim eléggé rosszul bántak velem, vertek. Amikor bekerültem ide, úgy emlékszem, érezhettem, hogy nem térek többet vissza a szüleimhez. Talán jobb is így. Itt nagyon jól éreztem magam, a felnőttek kedvesen bántak velem. Mesélték, hogy amikor jöttem, akaratos és makacs voltam. Sikerült jó útra téríteniük, mert alapjában véve csendes, nyugodt lány vagyok. A régi nagy szám is lecsendesedett. A szüleim egyszer sem látogattak meg. Szerintem az nem tetszhetett nekik, hogy nem látok. Nem tudhatták, mit kezdjenek velem, hogyan tanítsanak. Az is lehet, hogy nagyon szegények voltak. Ezekre az okokra gondolok. Biztosat nem tudok róluk. Mindössze annyit, hogy szombathelyen laknak, és van hat testvérem. Anyukám pár éve felhívta az intézetet, azzal, hogy szeretne velem találkozni. A nevelőnek mondta el a tervét, én csak utána szereztem tudomást róla. Azt mondtam a nevelőmnek, hogy nem szeretnék az anyukámmal találkozni, mert mit mondjak neki? Ha több mint tíz évig nem volt kíváncsi rám, akkor most minek? Pár hónappal később újra felhívott. Oda mentem a telefonhoz, ám a vonal végén nem volt senki. Azóta nem hívtak. Nem tudom, hogyan szólítottam volna meg. Az egyedüllét miatt nem igazán szokott elszorulni a szívem. Igaziból csak attól félek, hogyha megkeresne, mit mondjak. Két napig esetleg jó leszek neki. Aztán... Azt nem tudom, milyen lehet a családi légkör, de azt igen, hogy itt nagyon jól meg vagyok a gyerekekkel. Tudok sakkozni, bár nem szeretek, mert unalmas, és általában én húzom a rövidebbet. Szerettem a társasjátékokat, játékokat, aki nevet a végén volt az egyik kedvencem. Úgy tudjuk játszani, hogy a különböző színű bábuknak más és más a formájuk. A dobókockákban vagy kis szegek, vagy apró lyukak vannak. A táblán, a pontok helyén meg lyukak, és a bábuk talpán lévő pöckökkel bele kell állni. Egymás lépéseit ellenőrizni szoktuk. A túlsietős partnereinknek felhívjuk a figyelmét a szabályos közlekedési tempóra. Azt viszont tudnia kell mindenkinek, hogy szándékos csalás nincs. Szerettem babázni, és az az igazság, hogy ez néha még ma is előkerül. Van egy icike-picike babám, aminek tavaly vartunk ruhát a délutános nevelővel. A játék közben arra gondoltam, hogy a szüleim hogyan bántak velem. Hogy kit szerettem életemben? Azt a nénit, aki idejött hozzánk, hogy megtanítson az origamira. Nekem szólt elsőként, biztosan nem véletlenül. Neki is elmeséltem a történetemet, figyelmesen meghallgatott, azután ő is mesélt magáról. Mivel tudta, hogy nagyon szeretem a verseket, sok érdekeset olvasott fel nekem, az még nem fordult elő, hogy elhívjon magához. Ha megtenné, elmennék. Tudom, hogy sok dolga van, történelmet és magyart tanít. Én inkább megvárom azt, hogy szóljanak. Nem szoktam kezdeményezni. Nehezen tanultam megolvasni. Nem könnyű mesterség. A látó embereknek sokkal könnyebb, hiszen csak rá kell nézniük a lapra, és már is olvashatnak. Nekünk olvasás közben az újjunkkal kell követnünk az írást. Nagyon szeretek olvasni, pláne verseket. Kedvenc költőm Arany János. Bele tudom élni magam az írásaiba, és át tudom érezni az érzéseit. Közel állnak hozzám a lányáról írt művei. A Letészem Alantott című versét nagyon kedvelem. Igaz, ez már a komolyabb írásai közé tartozik. Kicsit szomorú. Fekete István regényeit szintén nagyon szeretem. Legjobban a Téli Berek címűt. Jókai írásainak az elején mindig meghal valaki, vagy szomorúan kezdődik, ezért nem szeretem a műveit. Szívesebben olvasok Brejben, mint hogy szalagról hallgassak könyvet. A történelem a kedvenc tantárgyam. Az egészet egy mesének képzelem el. Igazából a magyarok történelmét szeretem hallgatni és tanulni. Ha más országok kereskedelme vagy mezőgazdasága van soron, az már nem érdekel. Az Árpádházi királyokról tanultak voltak a legérdekesebbek. Uralkodásuk alatt mindegyiküknek más és más volt a fontos. Mégis egészet alkottak. Fejlesztették az országot. Kimondottan kedvenc történelmi alakom nincs. A kémiában az ragadott meg, hogy nem kell bemagolni, hanem meg kell érteni. A periódusos rendszer nagyon érdekes, el lehet rajta gondolkodni. Nagyon jól magyarázat a nárom. Többször előfordult, hogy délután már nem kellett tanulnom, mert az órán megjegyeztem a hallottakat, és tudtam az anyagot. A matek viszont elég távol áll az érteklődési körömtől. Nincs sok kedvem az egyenletek oldalainak a rendezgetéséhez, de a hosszú feladatok beláthatatlansága is csökkenti az ambíciómat. A kocka térfogata vagy négy szemszorzás számszorzása három jegyűvel nagyon fáraszt. Minden esetre matekból négyes vagyok. Talán azért szeretek tanulni, mert ezáltal okosabb leszek. Egy tanár kivételével a többiek mind követelnek tőlünk a tanulás terén. Én csak egy tárgyóráján szoktam puskázni. A többin már veszélyes. Eléggé figyelmesek ilyen téren a tanáraink. Sőt, néha előre figyelmeztetnek, hogy akit elkapnak, annak érvénytelen lesz a dolgozata. Sajnos énekkaros vagyok, pedig nem szeretek énekelni. Azt mondják, jó hangom van, de elveszi a szabadidőmet a sok próba. Úszni és futni viszont nagyon szeretek. Egy héten kétszer mehetek úszni, az iskola úszodájába. A gyors, a hát és a mellúszást tanultam meg. A legtöbb, amit úszhattam egyszerre, körülbelül száz méter lehetett. Futni a városligetben szoktam, ha van kísérőm. A délutános nevelőmmel elmentünk a Futapest rendezvény szervezőihez, hogy benevezzek. Néztek rám. Jé, a vakok tudnak futni. Ezen nagyon kiakadtam. Nem értem azt, hogy a vakság hogyan függ össze a futással. Daniella néni mellett szoktam futni. Mi ebben az érthetetlen? Egy másfél kilométert szoktam futni. A reggeli álmosság ellen nagyon jó a futás. Jobban fog utána az agyam, és ez nem utolsó szempont egy diáknál. Az Emmi című színdarab közel került hozzám. Egy árva gyerekről szól, akinek a sorsa végül jóra fordul. Gyermekkorától árvaházban nőtt fel, ez nagyon szomorú, de a darab szerencsére vidáman fejeződik be. Milyen jó érzés lehetett neki, hogy volt, aki ez elmehetett karácsonyra. Ez tetszett benne nagyon. Van egy óvodás nevelőm, aki patronál. Ő szokott elvinni magukhoz. A színdarabban szereplő kislány helyzetét a magamihoz hasonlítottam. Talán ő rosszabb helyzetben volt, mint én. Amikor nagylányá váltam, az első alkalommal egy kicsit megijedtem. Előre nem szólt senki, de találtam valakit, akivel bizalmasan lehetett beszélnem. Igazából ő vette észre a történteket. Eleinte szomorú lettem attól, amit mondott, de ez mára már elmúlt. Én még nem voltam szerelmes, de volt már egy udvarlóm. Mondta, hogy szép vagyok, megkérdezte, hogy mit gondolok róla. Egy ideig jártam vele, hét hónapig, akkor 13 éves lehettem. Már az első napon csókolózni akart, én meg inkább a szóbeli ismerkedésnek vagyok a híve. Ráérünk még, nem kell mindent elkapkodni. Nekem természetes a kézen fogva járás, de ha egy látó meglátja, egyből arra gondol, hogy jaj. Azután beleszeretett egy másik lányba, eléggé csalfa fiú. Megharagudó típus, legyen az ő baja. Most már akármit is csinálhat, nem fogadnám vissza. Megszoktam, hogy vak vagyok, tudomásul vettem, már teljesen természetes. Azt is megszoktam, hogy ha megyek az utcán, rám szólnak, hogy nem tudsz vigyázni. Bocsánat, nem látok, szoktam felelni. Utána bezzek, jaj, nem láttam. Azt sem bírom, ha valaki meglát és kifagad, hogy szegény, mitől vagyok én kevesebb emberileg, mint ő. Teljesen felesleges sajnálkozni rajtunk. Az álmaimra nem szoktam emlékezni, ha teljesülhetne három kívánságom, elsőként azt kívánnám, hogy nagyon jól tudjak hajtogatni. A második az lenne, hogy nagyon jól tudjak furulyázni, zongora kísérettel. Harmadik kívánságom nincs. Gyermekkorom. Nagy Tibor, 17 éves. Még a régi Leninvárosban születtem, ma már Tisza újváros. Mivel inkubátoros gyerek voltam, sajnos oxigén túladagolás miatt csak négy és fél hónapos koromig láthattam. Látó emlékem természetesen nincs. Fényt és árnyékot látok mindössze. Szüleim arra figyeltek fel, hogy a csörgő mozgását nem követem a szememmel. Ekkor vittek orvoshoz, és innen tudták meg, hogy a látásommal baj van. Nem akartak beletörődni az állapotomba, ezért a félországot bejárták velem, sajnos minden eredmény nélkül. Otthon mindenki elfogadta a nemlátásomat, nem szégyeltek és nem különböztettek meg önállóságra neveltek, ami jó és szükséges. Idővel visszaköltöztek a szüleim az ország keleti részébe. Két évig a nagy laktunk, amíg fel nem épült a házunk. Rövid ideig jártam a budapesti iskolába, mert a nagy távolság miatt úgy döntöttek a szüleim, hogy az integráció elve szerint helyben, látóiskolában folytassam tovább a tanulmányaimat. Nyírbogdányban jártam suliba, ott, ahol felépült a házunk, Elsősként kezdtem, bár Pesten egyszer már elvégeztem, de talán így volt természetes. Szerettem oda járni, és a gyerekek is teljes mértékben elfogadtak. Anyukám és apukám kísért a suliig, illetve onnan haza. Az épületen belüli közlekedés, miután megismertem az épületet és a gyerekek segítségével, nem volt nehéz feladat. Az osztály jelentős része kisebbségi volt, olykor egy vakcsiszár elröppent, és néha megtapsolták az írógépemet a tokjában. A tanulmányaimat 1990-ben kezdtem el, és három évig minden felhőtlen volt. A tanáraim mindent megtettek, hogy kiküszöböljék a nemlátásom miatti hátrányomat. Anyukám az első három évben rendszeresen foglalkozott velem, és ötösökkel tudtam meghálálni a segítségét. Sohasem bántott meg, azon volt, hogy felnőttként minél jobban meg tudja állni a helyemet az életben. Volt brej és síkírásos tankönyvem is. Amit lehetett, a pontírásos anyagból tanultam. Amit nem, azt anyukám felolvasta, én meg lejegyzeteltem. Ez az idilli állapot 1993. november 27-éig tartott. Akkor azonban megbetegedett az anyukám, rákos lett. Rendszeresen kellett Debrecenbe vinni, és ezért hol jártam iskolába, hol nem. Ekkor már az egész nagy család összefogására volt szükség. Ezután apuval maradtunk hármasban, a testvéremmel, aki teljesen jól lát. Apukámra érthető módon nagy teher súlyosodott. Két év telt el viszonylag kiegyensúlyozott életmóddal. Az anyai nagyszülők maximálisan segítettek, ám a tanulmányi eredményem szép lassan romlott. Anyukám hiányát nem lehetett pótolni, de el kellett fogadni ezt az új helyzetet, az élet ment tovább. Azután jött a derültékből a villámcsapás, mert 1995-ben apukám is megbetegedett rákban. Most már ő volt, hol nyír egy házán a kórházban, hol otthon. Ekkor lettem magántanuló, a kialakult helyzet miatt. Amit megtanultam, azt tudtam, amit nem, azt meg nem. Igazi segítséget nem kaptam senkitől. Nagy Nagymamáikhoz kerültem, akikhez olyannyira kötődöm, mind a mai napig. Apukám két évig szenvedett, addig bírta a harcot a szervezete. 1997. szeptember harmadika. Szavakkal nem lehet elmondani, amit akkor éreztem. El kell menekülnem ebből az életből, ez volt bennem. Akiket annyira szerettem, itt hagytak. De azért rájöttem, hogy vannak még körülöttem olyan emberek, akik szeretnek. Nem szabad fájdalmat okoznom nekik azzal, hogy én is elmenjek. Tizenöt éves voltam, elméletileg hatodikos voltam ekkor. Csak vizsgákra jártam be a suliba. Apukám halála után szükség lett egy gondviselőre. Anyukám ikertestvére lett az, máskülönben ő a keresztmamám. Közös megegyezés eredménye alapján született meg az a döntés, hogy újból felkerüljek Budapestre a vakok általános iskolájába. Ekkorra bántam meg azt, hogy valaha is eljöttem innen, de csak a múltam ismeretében. Szívesen jöttem. A kimaradt éveket szeretném behozni, ami bizony rendkívül nehéz feladat. Nem kerültem alacsonyabb osztályba, ezért lehetek most nyolcadikos. Annak idején anyukám tanította meg nekem a pontírást, a neki leírt táblázatból. Szegénynek sok gondja volt velem, mert nehezen tanultam meg, örökké összekevertem a pontokat. Amikor végül mégis sikerült, közösen örültünk. Ezért az írással és az olvasással az idekerülésemkor nem volt problémám. A matek kivételével a többi tárgyal kezdek helyre rázódni. Egyedül a számítástechnikát szeretem, mert fejlett és minden benne van. Az otthonlétnek az volt az előnye, hogy szabadabb voltam és családi környezetben lehettem. A hátránya meg az volt, hogy nem tudtam úgy tanulni, ahogyan kellett volna. Itt a közlekedést is úgy tanítják meg, ahogy arra szükségem lesz. Nagyon jó volt az itteni közösségbe bekerülnöm. Jó hangulat uralkodik az osztályunkban, megértjük egymást. Néha vannak kisebb-nagyobb nézeteltérések, de könnyen elrendezzük. Vannak olyanok, akiket szinte a testvéremnek tekintek. Otthon a falunkban volt egy lány, aki nagyon tetszett. Az a legfontosabb számomra, hogy valakinek milyen a lelke. A kedvesség és a jó szívűség elengedhetetlen a szimpátiámhoz. Aztán szeretem megfogni a lány haját és az arcát, majd az egészet összekombinálom. Ebből jön ki az, hogy tetszik vagy nem. Ha nem lóg le a háj az arcáról, akkor szép, csinos a pofia, és ez már tetszeni szokott. Annak a lánynak nem mondtam meg azt, hogy tetszik, sajnos haraggal váltunk el. Itt a suliban is van egy kedves, jó lelkű aranyos lány. Szeretem benne azt, hogy megértő, hiszen kevesen vannak, akiknek elmondok mindent, és neki lehet. Azt hiszem mindent megtenne értem, ha lenne rá lehetősége. Első nap, amikor ide kerültem, ő volt az, aki kihívott az udvarra. Együtt sétáltunk, és ekkor indultak el bennem bizonyos folyamatok. Megmertem mondani később, hogy szeretem, de ő, mint mondotta, nem akar többet barátságnál. Ennyiben maradtunk, elfogadom. Ha erőltetném, még a barátságát is elveszíteném, és ezt nem tudnám elviselni. Ennek a lánynak van egy fiú barátja, akit nem ismerek. Ha megismerném, akkor sem lenne csihipuji ersége miatt. Szerintem nincs különbség látó és nem látó tanár között, már ami a hozzánk való viszonyukat illeti. Bár csak közepes tanuló vagyok, nem szoktam puskázni. Ha nagyon jó a kedvünk, akkor jó hangosra bekapcsoljuk a magnót, és elkezdünk előtte táncolni. A nevetés, legalábbis nekem, nagyon jó dolog. Az egyik barátom be a néha elszokott szokott keseredni, és olyankor azt mondom, hogy olyannak szeretnélek látni, amikor vidám vagy. Hiába, a szerelmi bánat búsít. Ha vidám, akkor mosolygós a hangja. A diszkózene az, amit teljesen ki tud kapcsolni a mindennapok kerékvágásából. Ha mindenkiből elegem van, teljes hangerőre kapcsolom a magnómat. Ez egyfajta menekülés a számomra. A vakok világát szoktam olvasni, néha egy-egy kutyás cikk jelenik meg benne. A tévében nálam az Esmeralda a sláger. Különös álmaim vannak, a szüleimmel szoktam álmodni. Valahol voltam az anyukámmal, egyszer csak megjelent egy árnyék, ami ő volt. Megfogtam a göndörhaját, a beesett arcát és a fülében a fülbevalóját. Az érdekes orra is megjelent, de mielőtt meg tudtam volna fogni, eltűnt előlem az árnyéka. Az érzés és a hangulata maradt meg bennem. Szintén nem olyan rég álmodtam apukámról. Délután a számítógépteremben voltam. Nyílt az ajtó, és bejött az apukám. Azt mondta, hogy kapcsoljak ki mindent, és menjünk haza. A valóságos hangján szólt hozzám, de a képe nem jelent meg előttem, mármint annak az érzete. Ebből az álmomból felijedtem, nem tudhatom már azt, hogyan folytatódott volna. Rossz érzéseim nem szoktak lenni ilyenkor. A legnagyobb boldogságot az utóbbi időben az jelentette számomra, hogy barátokra leltem. Kölcsönösen megosztjuk örömünket és bánatunkat egymással. A későbbiekben számítástechnikával szeretnék foglalkozni. Otthon nem alakult ki idilli viszony a keresztmamámékkal. Nem bírták elviselni a nagyjéghoz fűződő erős kötődésemet. Megmondtam nekik, hogy nekem mindenkire szükségem van. Tavaly 1998-ban azután változott a helyzet, mert a testvérem lett a gyámom. Ha három kívánságom lehetne, elsőként azt kívánnám, hogy szeretnék látni. A második az lenne, hogy éljenek a szüleim. A harmadikként pedig azt, hogy a teljes családunkkal a nagy lakhassunk. Ott az egész falu ismerés szeret. A látó gyerekeknek annyit szeretnék üzenni, hogy próbáljanak olyannak elfogadni minket, amilyenek vagyunk. Ugyanolyanok vagyunk, mint ti, csak mi nem látunk, ennyi a különbség közöttünk. A felnőtteknek meg annyit, hogy a nem látó emberek is képesek sok mindenre, és nem kellene minket kiszorítani a lehetőségekből. Jól tettem, hogy nem oda mentem. Miks Csaba, 17 éves. Azt mondták a szüleim, fél éves koromban figyeltek fel arra, hogy amikor bejöttek a szobába, feléjük fordultam, de nem néztem rájuk. Azt mám is volt, így három éves koromig többet voltam kórházban, mint otthon. A fulladásos betegségemet szerencsére még gyermekkoromban kinőttem. A szemorvosok csak nagy sokára találták meg a nem látásom okát. Azt állapították meg, hogy egy milliméteres törés van a főlátó idegben. Az inkubátor nem tette tönkre a retinámat, ezért egyébként tökéletes a látó Nyolc évvel ezelőtt felmerült egy műtéti megoldás lehetősége. Az agyamban történt volna a beavatkozás, de elég komoly veszélye lett volna az agykárosodásnak. A műtét sikere viszont korán sem volt százszázalékos. Szüleim nagyon korrektek voltak velem szemben, mert megkérdezték, mit akarsz te? Előtte elmagyarázták a várható fejleményeket, ezek után kellett döntenem a további sorsom felül. Inkább így élek tovább, feleltem. 70 százalékos agykárosodással nem válhatnék önálló emberré, lehetőségem sem lenne a társadalomba való beilleszkedésre. Édesapám négy éves koromban kezdett el úszni tanítani a velencei tóban. A magas tílusára oktatott. Bedobott a vízbe, de előtte elmondta, ha nehézségeit támadnak, utána dugrom. Az általános iskola második évétől volt úzásoktatás a vakok általános iskolájában. A többiekhez képest úszóbajnoknak számítottam. Harmadikos koromban elkezdtem versenyszerűen úszni. Amikor apu tanított úszni, anyukám nem volt ott a vízparton eléggé izgulós típus, és még a mai napig is félt, ha számára megoldhatatlannak tűnő feladatba kezdek. Apukám is biztosan izgul, de rajta legalább nem érződik. Gyermekként is szerettem a vizet, kihívásnak tekintettem az úszást. Tetszett az is, hogy a látó gyerekeken tovább maradt az úszógumi, mint rajtam. Ügyességem nagy dicsőséggé vált számomra, feldobott. Neveltetésem elég szabad elvű volt, bár tisztában voltam a látás hiányommal, de azzal együtt is szabadságot élveztem. Nálam nem jelent meg problémaként a nem látás ténye. Amit lehetett, azt önállóan akartam megtenni. Igazából nem gondoltam a felmerülő korlátokra. Amikor ruhát vásároltak a szüleim, mindenről megkérdeztem, mi milyen színű. Mindig kielégítő választ kaptam, szép lassan azt is megtanultam, hogy melyik színhez mi illik. Már tudom azt is, hogy milyen szín jól az arcomhoz. Sokat voltak velem a szüleim, ezért a nem látásom korlátozó jellegét nem éreztem. A televízióban pergő filmek látványát a szüleim elmesélték, és lassan megtanultam a hangok által látni. Felnőve egyre inkább tudatosodott bennem, hogy állapotomnak nem szabad korlátozó hatásúvá válnia, ki kell küszöbölnem az esetleges negatív hatását mindenáron. Az óvoda első hete maga volt a pokol számomra. Otthon teljesen szabad voltam, azt tehettem, amit akartam. Az oviban viszont megjelentek az áthághatatlan szabályok. Nagyon furcsáltam az időhöz kötött, nap mint nap ismétlődő, nekem monotonnak tűnő rendszert. Megrendített az új szokásjog, és a sok gyerek is zavaróan hatott. Minden idegesített. Egyedül maradtam abban az elviselhetetlen világban. Ott tudatosodott bennem a nem látásom, hiszen nem volt helyismeretem, mindent meg kellett tanulnom. Otthon szabadon mászkáltam a kertben, és a házban is úgy mozogtam, mintha láttam volna. Teljesen meglepett az új helyzet. Teltek a hetek az oviban, és lassan már kihívásnak tekintettem a nehézségeket. Elég vékony dongájú kölyök voltam, állandóan megvertek a nagyobbak. Valószínűleg azt akarták tudtomra adni, hogy ki a főnök. Első osztályos koromban nagyon meghíztam, ezért harmadikban beiratkoztam az iskolában rendezett folyókúrára. A sportolás is segített a fölösleges kilók leadásában, masszív gyerek lett belőlem. Akkorra megfordult a kocka, és bizony elvertem a régi erőseket. Volt, aki megérdemelte, mások az elszenvedett sérelmek miatt kaptak egy-egy fülest rá kellett jönnöm, ha visszaütök, az fáj nekik. Már egyre ritkábban tarkították az arcomat harapásnyomok. Senkinek sincs joga megütni engem, és ha mégis megteszi, akkor kölcsönkenyér visszajár. Ötödikes koromig nagyon rossz kölyök voltam. Állandóan verekedtem, amit a tanárok nem értettek, mert végig kitűnő tanuló voltam. A magatartásom viszont gyalázatos volt. Egyszer nem is tudták leosztályozni. Bekerültem egy olyan társaságba, ahol nagyon önállóak voltak a fiúk. Valamennyire láttak, én meg elkezdtem utánozni őket. Eleinte nem vettük komolyan a verekedéseket, inkább csak hálótermi játékként fogtuk fel. Később kiemeltek hármunkat a többiek közül, mert nem szíveltek bennünket a szobatársaink. A kialakult helyzet még inkább összetartozóvá tett bennünket, nagyon hosszú ideig befolyásolta ez a helyzet az életfelfogásomat. A hatalom érzése nagyon megtetszett. Kisebbeket nem bántottam, csak velem egykorút, vagy nálam nagyobbat kaptam el. Ne gondolja senki, hogy véres csaták dúltak a suliban, mert volt, hogy fél óra múlva már együtt sétáltam az udvaron a volt ellenfelemmel. Szüleim arra neveltek, hogy ne kezdjek ok nélkül verekedni, de ha bántanak, akkor ne hagyjam magam. Apu még azt is hozzátette. Ha látnál, biztosan nagy maffiózó válna belőled. Hazaérve bevallottam mindennapi bűneimet. Osztályfőnököm és osztálytársaim egyaránt szerettek. Bármelyik osztálytársam oda jöhetett hozzám, mert mindig segítettem nekik a tanulásban. Ötödik osztályos voltam, amikor versenyszerűen kezdtem elúszni. Nem maradt energiám a bunyóra. Hatodikban elment két fiú az osztályból, helyettük viszont jött két lánya párhuzamos osztályból. Lecsillapodott a forró légkör, jót tett a nemek kiegyenlítődése. A változás ellenére is többen maradtunk fiúk az osztályban. Határozottan hangulatosabbá vált a légkör, és ez az osztálybulikra is jó hatással volt. Hatodikban megtetszett egy lány, ám nem ez volt a kezdet. Már az oviban is törekedtem arra, hogy egyik másik lányjal kettesben játszhassam, vagy beszélgethessek. Egyik nyáron a vakok szövetségének Balatonboglári üdülőjében nyaraltam a szüleimmel megkedveltem az egyik kislányt, és hevesen érdeklődtem tőle, hogy melyik szobában laknak. Kiderült, hogy a miénkkel szomszédos szobában lettek elhelyezve. Közös korlát választotta el a közös erkét, aminek rácsai között átpréseltem magam, és beléptem a kislányhoz. Beszélgettünk valamiről, majd amikor kimentünk a folyosóra, meghívtam egy üdítőre. Azt mondták a felnőttek, hogy nagyon lovagias vagyok. Jóval később jöttem rá, hogy a vakok iskolájában történő udvarlás teljesen mást jelent, mint a többi iskolában. Nagyon kevés részét fedi le a vakodai udvarlás a kinti együttjárásnak. Az alsó tagozatban azt számított udvarlásnak, ha kettesben beszélgettünk vagy tettünk valamit. Nem sokkal később nyári táborban töltöttem két hetet. A nővéremmel közösen süttettük barnára magunkat. Két lánycsapat focizott, én megnéztem a magam módján. Nálam idősebb, tíz év körüli lány lépett oda hozzám. Beszélgettünk, megtetszett a hangja, ráadásul jó fejbenyomását keltette. Egyszer csak megéreztem szétnyíló száját az enyémen. Utánozni próbáltam a mozdulatát. Az az érzés, az remek volt. Fenemúd meglepődtem. Ahogy a nővérem közelébe kerültem, meg is kérdeztem tőle, mi volt ez? Csók, felelte. Utána már én léptem fel kezdeményezőként a lánynál. Az a lány tökéletesen látott. Erős négyes tanuló váromlottam a felső tagozatban. A történelmet és a magyar irodalmat kedveltem. A matekkal viszont nem voltam kibékülve, csak közepes teljesítményre futotta az erőmből. A tovább tanulásom eldöntésekor fontos szempont volt, hogy olyan gimnáziumba jelentkezzem, ahol nem kiemelt tárgya matematika. Lehetőségem lett volna arra, hogy érden járjak gimibe, nem is kellett volna felvételiznem, és csak vizsgákra kellett volna bejárnom. Azt mondtam rá, nem. Ha nem vagyok alkalmas a gimnáziumra, akkor az derüljön ki a felvételin. Én emberek között akarok lenni, nem csak a vizsgákra bejárni. Aztán mutogatnának rám a diákok, ott van a sohasem látott osztálytársunk. Nekem nincs szükségem a kivételezésre. Lett is otthon egy kis vita a döntésemből. A telekibe jelentkeztem, és felvételi vizsgát tettem. A jól sikerült magyar vizsga eredményének köszönhetem, hogy felvettek a látó gimnáziumba. Örülök, hogy oda kerültem, mert be kell illeszkedni a látó látótársadalomba. Kapcsolatokat kell teremtenünk, nekünk kell aktívakká válnunk. Ha nem tesszük, egy életre lássuk magunkat, és ülhetünk a négy fal között. Aztán csodálkozhatunk, hogy milyen hátrányos a helyzetünk. Vannak látóbarátaim, akikre számíthatok, Sose volt téma közöttünk, hogy ők látnak, én meg nem. Az általános tagozatra akartam felvételizni a gimnáziumba, de elvesztették azt a papíromat, ami azt tartalmazta, hogy elfogadom az általános tagozatra szóló felvételimet. Mire mindez kiderült, már csak a speciális középhaladó angol szakon volt hely. Megijedtem, mert a vakodában nem volt valami erős az angol nyelvoktatás. Kétszer ért nagy megtiszteltetés, mert megkaptam az Élen a tanulásban, Élen a sportban díjat. Nyolcadikban és az első év végén a gimiben. Nem volt olyan osztálytársam, aki ne jött volna oda gratulálni. Jól esett az elismerés, és az is, hogy nem voltak irigyek. Egy nagyon segítőkész osztályfőnököm lett, és az osztálytársaim is mellém álltak a tanulásban. Szinte mindegyik tanár felajánlotta, ha nem értek valamit, nyugodtan menjek oda hozzá az óra végén, és bátran kérdezzek. A matek és fizika tanár különkor repetálást tart számomra. Akkor mondják el, hogy mit írtak fel a táblára. El is magyarázzák, hogy megértsem. A német és az angol tanulása is nagyon táblafüggő. A nyelvtanárok is hasonlóképpen segítenek a tanulásban. Azt tudnám javasolni a nem látó fiataloknak, hogy menjenek látó gimnáziumba tanulni. Próbálják meg, mert be kell illeszkedni a látótársadalomba. El kell fogadtatni magunkat. Nem szabad vonalat húzni a látó és a nem látó ember közé. Harminchatan vagyunk az osztályban. Mindegyikükkel jó viszonyt tudtam teremteni. Úgy érzem, hogy elfogadtak, befogadtak társaim. Nagyon jól tettem, hogy nem mentem az érti gimnáziumba. Kezd csökkenni bennem a vakodai bezártság miatt érzett kirekesztettség tudata nagyon sok mindenben el voltunk maradva. Kezdődött azzal a felfogással, hogy ha valaki udvarolt a vakodában, akkor azt egyes felnőttek kikezdték. A kinti iskolában fütyülnek az ilyesmire a tanárok, eszükbe sem jut, hogy cikizzék a gyerekeket. Alapjában véve nem volt rossz az általános suli, de nagyon keveset tudtunk arról, ami kint történik a nagyvilágban. A többiekhez képest elég sokat mozoghattam a látók között, de még az is édes kevés ahhoz, amire most szükség lenne. Nem volt lehetőségünk arra, hogy a velünk egykorú fiatalokkal kontaktust teremtsünk. Amit lehetett, azt megpróbálták megteremteni a nevelők. Attól, hogy látó fiatalok közé kerültem, hatványozottan szabadabbnak érzem magam. Érdekes módon a nem látás sem zavar nagyon. Jelentős részben egyedül közlekedem a városban, de a barátaimmal is sokat megyek. Célul csak azt szabad kitűzni, hogy minél önállóbbá váljanak a nem látó fiatalok. Megalakult a vakodában egy szakmunkás iskola, ahol szövésre, kosárfonásra, korongozásra és számítástechnikára tanítják a szakiskolásokat. Egyfolytában arra nevedik a gyerekeket, hogy a kefegyárba nem menjenek dolgozni, mert az olyan hely. Én úgy tartom, hogy azt az embert, aki a két kezével keresi meg a kenyerét, nem lenézni kell, hanem megbecsülni. Legalább tesz valamit magáért, megpróbál megállni a saját lábán. Ha valaki nem szeretne olyan helyen dolgozni, akkor folytatni kell a tanulást, mert ha nem teszi, akkor csak az olyan hely marad a számára. Annyira szűkösek az elhelyezkedési lehetőségeink, hogy szinte minden alkalmat meg kell ragadnunk az életben. Sok srácot érdekel a számítástechnika, de nincs elég állás számunkra. Ezeket a nehézségeket én még nem érzem, mert még tanulok. Persze, bizonyos esetekben már ma is érzem a nem látásom hátrányát, de ezeket még meg lehet oldani. Amikor kikerülünk az életbe, felmerül a kérdés, hogyan tovább. Azt nem lehet elvárni a szülőktől, hogy eltartsák a gyermeküket, főleg vidéken, ahol szinte mindenki nehezen talál munkát. Ezért kell tovább tanulni. Ezért kellene minél több fiatalt a tanulásra ösztökélni. A szakiskola azért kiváló lehetőség, mert akinek nincs meg a képessége, hogy tovább tanuljon, mivel egy-két tantárgy nehezebben megy neki, de van kézügyessége, ezáltal lehetőséget kap. Sajnos sokan ellustulnak a vakodában. Jó a kettes is, elég az a szakiskolába. A mi osztályunkból egyedül én mentem gimnáziumba, a többiek a szakiskolába kerültek. Rajtam kívül legalább három gyereknek lett volna lehetősége a tovább tanulásra, ám ők a kényelmesebb megoldást választották. Ezt a felfogást nem fogják díjazni az életben. Bár ez az én magánvéleményem, de úgy gondolom helytálló. Sajnos ma már egy érettségivel sem lehet mit kezdeni. Mivel érden lakom, ezért a gimnáziumi osztálytársaimmal szorosabb kapcsolat kialakítására nincs módom de jóval több esélyen van információszerzésre, mint a szakiskolásoknak. Jobban benne vagyok a korosztályom életritmusában, és belső viszonyait is megismerhetem. Valós élethelyzetekbe kerülök, megismerem őket, megtanulom kezelni. A nem látásom abban jelent korlátot, hogy nem tudok elmenni diszkóba, de ha látnék, akkor sem járnék oda. Távol áll tőlem az a világ, az igazi korlátot talán ott érzem, hogy szórakozó helyre csak látókkal, vagy legalább gyengén látókkal együtt van lehetőségem elmenni. Kirívó lenne, és talán sajnálatot ébresztene a vendégekben, ha egy nem látó ember a fehér botjával egyedül menne szórakozni. Továbbra is imádok sportolni, legyen szó akár úszásról vagy futásról. A budapesti futóversenyeken gyakran indulok, egyik gyengén látó barátom társaságában öt kilométeres távon szoktunk rajthoz állni. Először egymás kezét fogtuk, de rájöttünk a hátrányára, összeizzadt a kezünk. Legközelebb már kis kötelet fogtunk, és ennek segítségével futottuk le a távot. Igazából a tempó nem számít, gondolom közepesnek mondható gyorsasággal haladtunk. Azt számított, hogy becsületesen lefutottuk a távot. A díjként kapott pólók tetszenek és jó minőségű portékák, a célba érkezés után nem figyeltek fel ránk, de ez nem is fontos. Azt viszont el kell mondanom, hogy rengetegen csalnak, mert tömegközlekedési járműre szállnak fel, utána meg lihegésmentesen befutnak a célba. Mozgássérültek is részt vettek a futásokon, de legjobb tudomásom szerint egyedüli nem látóként indulok ezeken a versenyeken. A hangtechnika a keverők és erősítők világa áll még közel hozzám. A gimnáziumban egy zenekart verbuváltam össze, és a hangtechnikára is én felügyeltem. Sajnos rövid ideig tartott tündöklésünk, mert kölcsönösen felmerült bennünk a bizalmatlanság. Erről azért nem akarok részletesen beszélni, mert a többiek nem tudnák kifejteni a saját álláspontjukat. Dalszövegeket is írok, nem sokára egy hozzáértő szakemberrel fogok találkozni, aki majd véleményt alkot róluk. Ha pozitív szakvéleményt formál, akkor új együttes megalakításába kezdek. Esetleg a dalszövegek eladása is felmerülhet végső esetben. A Pokolgép zenekar stílusa áll közel hozzám, ezt a világot képviselném én is a szövegeimmel. Lírai számok is vannak a dalszövegeim között, ezeket szívből írtam. Belső érzelem- és gondolatvilágomat vetem papírra, ilyen módon születnek meg szövegeim. Sikből sose írtam. Barátaimnak megmutatom a kész szövegeket, jó véleményt mondanak róluk, de nem tudom, hogy mennyire elfogultak velem szemben. A magyar tanárom segítőkészen állt a suliszenekar mellé. Részt vehettünk az október 23-ai ünnepségen is, ahol nagy sikert arattunk iskolatársaink körében. Felmerült a a kiadásának lehetősége is, de addigra felbomlott a banda. Tanárom átnézte a dalszövegeimet, irodalmi szempontból jónak tartotta, és felajánlotta további segítségét. Diáktársaim később tőlem kérdezték meg, miért nem játszottunk a következő alkalomkor. Nagy öröm volt számomra, hogy nem felejtették el a zenénket, és a hiányérzetük is arról tanúskodott, hogy odafigyeltek ránk. Fehérvár 1999. augusztus 28-án a falunapok keretében léptünk fel első alkalommal a gimnáziumi együttessel. Több ezren hallottak bennünket, mert a program utolsó előtti fellépői voltunk. Műsorunkat vastapsal hálálta meg a közönség. Utánunk egy Európa hírű külföldi tánc együttes lépett fel, tőlük is az elismerés tapsát kaptuk. Hangszeren játszani és énekelni nem tudok, de a koncertszervezést nekem való feladatnak tekintem. A rádiózás világa is megfogott, főként a műsorvezetés tetszik. Muszáj tovább tanulnom a gimnázium elvégzése után, mert az érettségivel semmit sem érek. Konkrét elképzelésem még nincs. Anyukám azt szeretné, ha tanárnak tanulnék. Ebben az esetben csak a vakok iskolájában lehetne reális elhelyezkedési lehetőségre számítanom, de valamiből meg is kellene élni. Mindenki olyan munkáról álmodik, amit szívesen végezne, és amiből meg is lehet élni. Bízom magamban, és mindent elkövetek azért, hogy sikerüljön boldogulnom az életben. Volt egy lány, akit szerettem. Beszélni viszont nem szeretnék az esetről. Nővérem két és fél évvel idősebb nálam. Mint említettem, mindenről lehet vele beszélni. Kisebb nézeteltérések előfordulnak, de fél óra múlva már semmi baj sincs. Szüleimmel is fenntartás nélkül megbeszélhetem, akár érzelmi életem legmélyebb gondjait is. Ha nem látó gyermekem lenne, úgy nevelném, ahogy engem neveltek a szüleim. Mindig őszinte voltam velük, és cserébe szabad mozgás lehetőséget biztosítottak. Az agárnyi nyaralások is meghatározó élményei az életemnek. Eleinte anyukámmal mentem el az Edda koncertekre, ma már a nővérem és barátja társaságában indulok útnak. Eredetileg nem lettem beválogatva a Vakvagányok című film szereplői közé. Mivel a kiválasztott srác visszamondta a szereplést, Gombos Feri ajánlott engem. Felhívott Timár Péter, és röviden beszélt a filmjéről. Időt kértem a végleges válaszom megadására, hiszen teljesen felborítaná az életem addig ritmusát a szereplés. Megbeszéltük otthon a várható nehézségeket, a sok iskolai hiányzást is bekalkulálva, és végül igent mondtam. Több olyan nem látó szereplője van a filmnek, akivel azelőtt nem voltam jó viszonyban, a sok együttlét viszont összehozott bennünket. Megtanultam a filmforgatás ideje alatt, hogy nem szabad gyorsan ítéletet mondani az emberekről, ahogy régen tettem. Már arra törekszem, hogy jobban megismerjem őket, és csak utána formáljak véleményt róluk. Olyan feladatot hajtottunk végre, amit előttünk még senki. Ez a film egy nem látó csapatról szól. Mi is igényeljük a bulit, mi is igényeljük a szórakozást. Talán lesznek emberek, akik e film hatására elgondolkodnak, és nyitottakká válnak velünk szemben. Nekem ezt jelenti a film. Szeretnék látni, de nem minden áron. Biztos, hogy szokatlan lenne, és sok mindentől megundorodnék. Olyan újdonságot kapnék, amit nehéz lenne megszokni, de vállalnám. Kivételt az jelentene, ha agyi vagy mozgáskorlátozottság lépne fel helyette, az utcára kerülést sem vállalnám, ha minden pénzünket felemészteni az operáció költsége. Találkoztam olyan fiúval, aki 15 évesen egy szürke műtét után visszakapta a látását. Azt mondta, fel tudta dolgozni az agya a látás ingereit. A nagybetűket ki tudta bogarászni az újságlapról. Eleinte kifárasztotta a látás, nehéz volt megszokni. Mint mondta, sok olyan dolgot látott, amit el sem tudott volna képzelni az előtt. Csodálatos képességnek tartja a látást, bár van, aminek a látványától undorodik. Autóbuszon találkoztam vele, csak általánosságban esett szó a történtekről, azért nem tudok róla többet. Az álmaimra ritkán emlékszem, hangokat és szituációkat álmodom a mindennapok eseményeiből. Mindenről tudomásom van, ami körülvesz az álmom helyszínén, de természetesen álmomban sem látok. A hangok nagyrészt élethűek. Ha megadatik, ki szeretnék jutni a paralimpiára. Akár még egy év halasztást is kérnék a gimnáziumból, és azt sem zavarna, ha érem nélkül térnék haza. Maga a kijutás és a szereplés lehetősége jelentene olyan érzést, amit nagyon nehéz lenne leírni. Családot és gyermekeket is szeretnék. Igazából nem számítana az, hogy lát -e a feleségem, bár könnyebb lenne úgy az élet, az biztos. De ha megszeretek valakit, akkor az már mindegy, hogy lát -e. Integrált körök Varga Szabolcs, 19 éves Fontosnak tartom elmondani, hogy négyen vagyunk testvérek, és van egy ikertestvérem, aki a bátyám, továbbá két nővérem. Mindez azért fontos, mert más az, ha valaki nagy családból származik, talán az egész helyzetet másként éli meg az ember. Hét és fél hónapra születtem, inkubátorba kerültem, és az oxigén túladagolás következtében a látóidegek elhaltak. Ezen kívül volt még egy sérfműtétem is, ami légzés leállással kombinálódott. Iker szervezete fejlettebb volt, ezért szerencsére ő teljesen jól lát, bár szintén inkubátorba került, míg én tulajdonképpen vakon születtem. A kórházban az orvosok nem mondták meg a szüleimnek, hogy nem látok, otthon derült ki az egész. A hangokra természetesen figyeltem, de nem néztem oda, honnan jöttek. Elvittek a gyermekorvoshoz, és a szüleim tőle tudták meg, hogy valószínűleg nem látok. Állítólag azért nem mondták meg nekik, nehogy intézetbe adjanak, ami egy hülye indok. Így kezdődött az életem. Nem volt gond számomra az elindulás, mert egy kisebb széket tettek elém a szüleim, ezt magam előtt tolva haladtam, és így nem tudtam neki menni semminek. A következő lépcsőfok az óvodáskor elérkezte volt. Örülök, hogy nem kerültem fel Pestre, mert így nagy harcok árán, de látó óvodások közé kerültem. A vezető óvónő kivételével mindenki szívesen fogadott. Az ő kikötése is mindössze annyi volt, hogy valakinek állandóan mellettem kellett lennie. Visszagondolva úgy érzem, hogy nyugodtan ott lehetett volna hagyni, de hát ez volt a kikötés. Szerintem azért jártam végül is jól, mert látó gyerekek között lehettem, és így barátokat szereztem, megtanulhattam beilleszkedni a valós környezetbe. Bennem volt az, hogy nem látok, de folyton mentem, és soha nem éreztem megkülönböztetést a többi gyerek részéről. Ha bújócskáztunk, megfogták a kezemet, és együtt rejtőztünk el a nagymaci mögött. A homokozóban is sokat játszottam. Még arra is emlékszem, hogy bizony rajzoltam is, mert ceruza volt a kezemben. Nagyon fontos, hogy az ilyen helyzetben lévő szülők kapjanak segítséget, mert nem tudják igazából, hogy mit kezdjenek a nem látó gyerekükkel. Vannak utazó tanárok, de ők igazából nem tudnak folyamatos segítséget adni. Én hat éves koromban, 1985-ben kerültem fel Budapestre a vakok általános iskolájába, és persze az intézetbe is, ahol együtt lakhattam az osztálytársaimmal. A szüleimtől való nagy távolság azonban nagyon megviselt, hiszen győrből kerültem fel. Az első napon még nem fogtam fel azt, hogy mi történik körülöttem. Beszélgettem a nagyobb fiúkkal, és nem is vettem észre, hogy a szüleim elmentek. Az esti lefekvésnél jött elő bennem az, hogy hol vagyok, és az is, hogy nem ismerem a környezetemet. A második nap volt azután nagyon rossz, de végül is beilleszkedtem, és megismertem az új és végleges iskolámat. Itt támadt az a felismerés bennem, hogy mégis más lehetek, mint a többiek, hiszen az ikertestvérem és a barátaim nincsenek itt. Az új helyzetben azután jönnek az új barátok. Teljesen más azonban az olyan élet, amikor látók között él valaki, és úgy is viselkedik, meg az is más, amikor vakok között van. Ebben nincs semmilyen pejoratív értelem, mert egyik sem jobb vagy rosszabb, csak más. A kollégiumi gyerekek nem fordítottak gondot arra, hogy ha valakivel beszélnek, feléje forduljanak. Hallották egymást, és közben néztek bele a vakvilágba. Azoknak a gyerekeknek volt talán rosszabb az intézetben, akiknek nagyon jó volt a kapcsolatuk a szüleikkel, illetve a testvéreikkel. Itt vagyok én példának, mert bizony engem nagyon megviselt ez a változás voltak, akiknek a szülei elváltak. Ők szívesebben maradtak bent az iskolában, mert nekik ott jobb volt. Inkább a kisebbik rosszat választották, ha lehet így fogalmaznom. Ebben a korszakomban még nem lázadtam a sorsom miatt. Talán a társak és az elfoglaltságom nem adott lehetőséget a felismerésre. Rájöhettem az első hétvégén, hogy nem kerültem börtönbe, mert haza lehetett menni, és ez is elnyomta a felismerést. Hátrányt jelentett viszont, hogy az első három évben sokat voltam beteg, és ilyenkor hazavittek, ami kizökkentett a folyamatos beilleszkedésből. A tanulással nem volt problémám, talán csak az olvasás ment lassabban a kelleténél. A matekot meg nem is említem, hiszen azzal mindig hadilában álltam, nem szégyellem. Bár igazán nincs összehasonlítási alapom, de úgy gondolom, hogy a mi játszásunk, a bújócskázás, a labdázás és a többi megfelel a velünk egykorú látó gyerekek játszási szokásainak. Annak idején még volt sorakozó a folyosón, de mielőtt megtörtént volna, az egyik gyerek két karját a falhoz tette, és így bezárva tartotta a társát, akinek ki kellett szabadítania magát. Ez volt a kedvenc játékunk. A tornateremben pedig csörgőlabdáztunk. Nem jelentett gondot az sem, ha gumilabdával kellett játszanunk, mert a pattogó labda hangja jól hallható. A nagyobb bulik este a hálóteremben zajlottak. Az alsóban húsz órakor volt a takarodó, és ilyenkor szerettünk a legjobban beszélgetni, vagy éppen vicceket meséltünk. Az egész sereg röhögött, ami főben járó bűnnek számított, ezért kiállítottak minket a folyosóra. Egy időben felújították a sulit, ezzel kapcsolatban van egy jó sztorim. A harmadik emeletről dúcolták alá a tetőteret, és hogy ne menjünk neki az oszlopoknak, paplannal fogták őket körül. Mi meg mit sem sejtve mentünk a folyosón, neki a nagy kabátos embernek, és mint illemtudó gyerekek, sűrű bocsánatkéréseket mormoltunk az orrunk alatt. Szívesen dobálóztunk este labdával, vagy éppen szappantartóval, de a mosdóbeli fröcskölés és persze a kisebb-nagyobb bunyók is napi renden voltak. Olyanok voltunk, mint a többi hasonlókorú gyerek. A taxizás azt jelentette, hogy valaki beleült a szemetesbe, és így húztuk végig a folyosón. De a jobb fuvar az volt, ha a lépcsőn is le lehetett szállítani a kedves utast. Egy kicsit speciális, de nagyon élvezetes játék. Gyerekkorából mindenki jól emlékezhet arra, hogy ha nem valamelyik szülője szólt rá, az sokkal érzékenyebben érintette. Néha, amikor valamelyik nevelőm rám szólt, úgy éreztem, kicsit másként teszi, mint otthon volt szokás. Elmondhatom, hogy jó időszak volt ez, és csak később jöttem rá, hogy mennyi veszélyt rejtett magában. A steril környezet a későbbiekben megbosszulhatja magát. Lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de én akkor is így gondolom. Az iskolába bejövő idegennek is téves benyomása alakulhat ki, mert azt látja, hogy a gyerekek olyanok, mintha látnának. Igen, ám, de ez nem lesz mindig így. Ez ugyanis egy tökéletesen idilli világ, legalábbis abból a szempontból, hogy rutinnal meg lehet oldani a feladatokat, és nem kell állandóan figyelni a mindennapi akadályokra. Amikor kikerülünk, akkor jövünk rá, hogy nem szolgálnak ki, és nem tudjuk, hogy mihol vagy mi hogyan van. Mindezekre akkor ébredtem rá, amikor gimnáziumba kerültem, és szembesültem a gyakorlati problémákkal. Igazából, bár tudtam, hogy nem látok, de épp a hermetikus környezet miatt nem volt gond. A nagyváltás a gimnáziumi továbbtanulásomkor következett be. Látó tanárnál nem tudtunk puskázni, ez szinte lehetetlen. A vaktanároknál már megoldható volt a dolog. Több módszerünk is volt. Például kiraktuk a könyvet a pad tetejére, és ha jött, akkor gyorsan eltettük. Sokan az ismerőseim közül egy kicsit meglepődnek azon, hogy egy vakemberrel szórunk ki. Nem szép dolog a puskázás, szoktam mondani, de te ugyanúgy megtetted a suliban, mint én. A látó gyerekek szinte mindig puskáznak, a padra vagy a tenyerükre írják fel. Ha látó lennék, én is biztosan megtenném. Pontírással bizony nehéz lenne a tenyerembe írni. Azzal viszont kezdték formálni bennünk a tudatot, hogy felsőben már többször felolvastak olyan irodalmat, amiben megjelent a vakember leírása vagy ábrázolása. Elmondták, hogy nekünk többet kell teljesítenünk ahhoz, hogy ugyanannyit érjünk el az életben, mint az, aki lát. Ez a többlet munka, amit megkívántak, akkor persze nem volt ínyünkre, de később rájöttünk, mennyire igazuk volt a tanárainknak. Amíg a látóknak egy kört kell futniuk, addig nekünk hármat vagy akár négyet is. Rossz, de ez van. Körülbelül 13 éves lehettem, amikor komolyabban elkezdett foglalkoztatni a nemlátásom. Hat évesen váltam el a látó és a kapcsolatunk az idők folyamán szép lassan megváltozott. Most, ha találkozunk, nincs már meg az a barátság, ami akkor, és ez nagyon rossz, Tizenhárom éves koromra, igen, már lázadtam a sorsom ellen. Ha otthon voltam és lent labdáztunk, én lassítottam a játékot, és ezt a tudomásomra is hozták a többiek, éreztették velem. Kicsit kellemetlen volt mindezt megtapasztalnom, de rádöbbentem a valós helyzetemre és a helyemre. Ez az idő haladtával fokozatosan mélyült, és egy kis gátlás is kialakult bennem. Mindez otthon történt. Én azt gondolom, bár nem vagyok szakember, hogy az integráció jó dolog. Most így utólag visszagondolva, különösen, hogy már négy gimnáziumi év is mögöttem van, saját tapasztalataim alapján bátran állíthatom. Jó lenne, ha a gyerekek pár évig a látók között lehetnének a suliban, ha nem is mindenki, de aki alkalmas rá, az feltétlenül. Arra is gondot fordítanék, hogy saját városukban vagy falujukban tehessék, mert ezzel megszoknák a normális közösséget. Kell a nagy és a társak és a barátok, mind ez a valós környezetben. A lakóhelyen való általános iskolai integrálódás lehetősége azért is fontos, mert a tovább tanuló nem látó gyerek a középiskolában óhatatlanul találkozhat egy-egy régi társával. Nekem is könnyebb lett volna a beilleszkedés a gimnáziumban. A kamaszkori érzések abban az időben jelentek meg, amikor a nemlátásom kezdett tudatosulni. A közeledést jelentette, hogy odamentem egy lányhoz, és elkezdtem vele beszélgetni vagy poénkodni. Ha kimentünk hógolyózni, akkor meg... Jaj, de hideg a kezed, nem akarod, hogy megmelegítsem? Ezt mindenki alkalmazza, és rendszerint bejön. A gimnáziumban viszont nagyon oda kell figyelni arra, hogy ott a készfogásos segítség a látó gyerekek számára már mást fog jelenteni, pláne ha lányok. Oda kell erre figyelni, nehogy kellemetlen meglepetés érje a jövő nebulóit. Mindenki dolgozza ki magának a legmegfelelőbb módszert, mert ez is egyéni megoldást kíván. A kamaszkori folyamatok is ugyanolyanok nálunk, csak kisebb léptékűek. A látó emberek azt gondolják, hogy a vakok a hang alapján lesznek szerelmesek, ami korán sincs így. Csak a szép hang kevés. Szerintem mi jobban megkeressük a belső értékeket, Figyelünk arra is, hogyan néz ki az a lány, mert ez sem mindegy. Ez nem azt jelenti, hogy nem viselem el a másságot, de így természetes. Tetszen. Meg az sem árt, ha jól néz ki. Közelebbi kapcsolat esetén meg lehet kérdezni a haja vagy a szeme színét. Igaz, nincs fogalmam a színek érzékeléséről, tehát gyakorlatilag nem tudok vele mit kezdeni, de az ismereteim bővülnek. A belső értékek a legfontosabbak, és ebbe beletartozik a másik lelke is. Ha egy szórakozó helyen egy lány oda jön hozzám beszélgetni, azt lehet a feltételes mód nagyon fontos, akár jelzésként is értelmezni. Ki kell tapasztalni, és ha igen, akkor pontot is lehet tenni a végére. A lehetőségeink szerint nekünk is meg kell élnünk a mindenkori élethelyzetünket, nem kell túlzásba vinni, mértékkel és tartózkodással, de a sörözésnek, a táncolásnak vagy bármi másnak a mi életünknek is szerves részévé kell válnia. Ez is teljesen független a nemlátástól. Mi egy kicsit nehezebben kalandozhatunk, de ez alól is lehetnek kivételek. Volt azután egy második, nagyobb forradalmam is a vakságom miatt. Mindenkit hibáztattam, kérdeztem a szüleimet, hogy miért kellett oxigént kapnom. Ha visszagondolok, butaságnak tűnik, és igencsak fáraszthattam őket ezzel. Gondolom, ezen mindegyikünk átesik valamilyen formában. Az általános csuliban a nagyobbak csicskáztattak minket, de később mi is megtettük ugyanezt a kopaszokkal. Ez így van rendjén. Lám, milyen érdekes, a katonaságnál is pont ez van. Mivel nyolc hős az átlagos osztályrétszám az iskolában, ezért mi a látók fogalmai szerinti barátokká válunk mert annyira megismerjük egymást. Azután jött 1995 és vele Győr a gimnáziumával. Kétszintes modern épület, rengeteg gyerekkel, ahol vak legyen a talpán, aki eligazodik a folyosók labirintusában. A beilleszkedés nehéz feladat elé állított, mert el kellett fogadtatnom magam a többiekkel, méghozzá úgy, hogy ezért önmagam maradhassak. Érdemes lenne erre is felkészíteni a hetedik-nyolcadik osztályosokat, esetleg szituációs gyakorlatokkal is. Ki kellene vinni őket egy látósuliba, akár több napra is, hogy szokják. Más lett minden az épületben, a hangok, a tanárok, a viszonyulások és a tanulás is, ami nem elhanyagolható. Már most bevallom, hogy a gimnáziumi évek nem sikerültek olyan jól, mint ahogy szerettem volna. Nem tudom mi az oka. Lehet, hogy a tanárok nincsenek úgy felkészülve a sérült gyerekek tanítására, vagy nem tudják beleélni magukat a helyzetükbe. Az itt eltöltött négy év alatt alakult ki bennem igazán a bosszúság azért, hogy nem látok. Mennyi mindent nem tudok megcsinálni. Nem az zavar még ma is, hogy nem látom a magnót vagy a pórázt, hanem hogyha keresek valamit, miért nem találom meg? Bár nem volt jellemző, azért előfordult, hogy nem szólt hozzám senki de ebből nem szabad még semmiféle következtetés levonni. A négy év alatt nem alakult ki szorosabb kapcsolatom a lányokkal, talán elsősorban a másságom lehet az oka. Barátot viszont sikerült szereznem, igaz csak egyet, de vele mind a mai napig tartom a kapcsolatot. Nem vagyok panaszkodó típus, de nem is folytok magamba mindent. Megtörtént, hogy bent voltam az öltözőben, ahol nem volt jó helyismeretem, és egyszer csak hallom, hogy becsukódik az ajtó, és nagy csend támad. Erről az ajtóról tudni kell, hogy csak kívülről lehet egy gomb segítségével kinyitni. Kérdeztem az osztálytársaimat, de nem kaptam választ. Óvatosan megkerestem az ajtót, amit zárva találtam. Mindannyian elmentek a tornaterembe. Fehérbotot nem használhattam, mert azt balesetveszélyesnek nyilvánították, Elkezdtem dörömbölni, de semmi haszna sem lett az iparkodásomnak, ezért visszamentem és leültem egy lócára. Az óra végén jöttek be, és a tornatanár meglepődve kérdezte, te itt voltál? Hát igen, mondta minden sértődöttség nélkül. Ha ugyanis felháborodtam volna, akkor lehet, hogy kiröhögnek, ez meg kinek hiányzik rugalmasan kell az ilyet kezelni. Nem szabad hagyni, hogy az emberrel kiszúrjanak, mert akkor rám szállt volna mindenki, és akkor én lettem volna az ügyeletes bohóc. Bizonyos mértékben viszont benne kell lenni a brahikban és a bohóckodásokban, csak nem szabad túlzásba vinni. Én is megszívattam a látókat, ha volt rá alkalmam is, volt is. Az egyik osztálytársammal bementünk a tornaterem öltözőjébe, ahol még csak mi ketten voltunk odaadta a kabátját egy pillanatra, és csak úgy megkérdeztem, milyen színűre satszolom. Véletlenül ráhibáztam, és ekkor jött az ötlet, hogy szívassuk meg a többieket azzal, hogy milyen jól megérzem a kezemmel a színeket. Ő meg halkan megsúgja majd. Amikor bejöttek, a haverom csodálkozó hangon mondta, hogy a Szabolcsnak rendkívüli képessége van a színeket felismerni. A többiek erre lehülyézték, Mire az egyiküktől elkértem a kabátját, és nagy szakértelemmel elkezdtem a kiáramló hő alapján megérezni az ujjammal a kabát színét. A súgást szerencsére csak én hallottam meg, és persze nagy körítéssel megmondtam, milyen színű a kabát. Jé, tényleg, volt a csodálkozó válasz, de akkorra már több kabátot is tartottak felém. Újból jött a nagy hókusz-pókusz, na meg a zseniális megérzésem, mert szerencsémre jó a hallásom. Meghagytuk őket a hitükben, mi meg később jótra ögtünk azon, milyen hülyék. Akik nem látó gyerekként most kerülnek be egy középiskolába, azoknak azt javaslom, hogy ne vegyék zaklatásnak, ha megkérdeznek tőlük dolgokat. Például, mint nálam a pontírógép esetén. Nem ismerik, ezért el kell magyarázni a működését, és hagyni kell, hogy kipróbálhassák. Azt is meg kell azonban mondani, hogy könnyen elromolhat, és ezért csak módjával ismerkedjenek vele. Nyitottnak kell lenni, nem szabad elzárgózni, mert minden csoda három napig tart. Mi sem leszünk mindig központi témák. Nyilván maga a vakság misztikuma is értekli a látó embereket, és itt is az a legjobb megoldás, ha természetesen beszélünk róla. Nem kell szégyelni, mert nem loptuk. Saját tapasztalatom alapján mondom, ha kérdeznek, nem szabad hagyni, hogy csak egy irányú beszélgetés legyen mert ez túlságosan egyoldalú, és nekünk egyenlő partnernek kell lennünk mindenkor. Azt a hitet sem kell sugároznunk, hogy nekünk eminenseknek kell lennünk, mert mi sem születtünk a tökéletesség burkában. Előfordult, hogy a többiekkel együtt én sem mentem be egy-egy órára, mert nem volt kedvem. Erre a példára is vonatkozik az, hogy az integrálódásnak fontos szerepe van a mi életünkben nem árt olykor ismerőstől vagy rokontól tárgyilagos véleményt kérni magunkról, minden szépítés nélkül. Fontos, hogy tudjuk, milyen benyomása lehet egy ismeretlennek, ha találkozik velünk, mert így még jobban felkészültek lehetünk, és könnyebbé teszi a formálódásunkat. Az érvényesülésünknek az egyik legalapvetőbb lehetősége a tanulás, és érdeklődőnek kell lenni. Én már kiskoromban is érdeklődő voltam, a lexikomból olvasták fel nekem, hogy miből van a puskapor. Utána sem tudtam, hogy mi a salétrom, de azt már igen, hogy belőle készül a puskapor. A gimnázium elvégzése után felvételiztem Győrben a jogi egyetemre, ahová nem vettek fel. Indult azonban egy két éves újságírói tanfolyam a Volcsulimban. Oda jelentkeztem, és fel is vettek. A megyei napilap főszerkesztője megörült nekem, mivel én sajátos szempontok alapján látom a világot, és talán mélyebben tudom átgondolni az emberek helyzetét. Nem titkolt célom, hogy nagyobb teret teremtsek a nem látó emberek számára, és közelebb kerüljön a mi világunk az olvasókhoz. Nem a vakságot, hanem a vakokat akarom népszerűsíteni, de a vakember látó szögéből is érzékeltetni lehet a változásokat vagy a történéseket. Szeretnék a jogra bejutni, de szeretnék minél több nyelvet is magas színvonalon megtanulni. A nyelvek ismeretével újabb világ tárul ki, tele információval és az emberi kultúrák megismerésének a lehetőségével. Egy befelé forduló vakember sohasem fog igazi barátokat találni, mert nem tudja viszonozni az iránta megnyilvánuló érdeklődést. Sokkal jobban érzem magam társaságban, és erre szükségem is lesz a munkámban. Sokan felháborodnak közülünk, ha világtalannak titulálnak minket. Türelemmel és értelemmel kell ilyenkor elmondanunk a véleményünket, hiszen a megnyilatkozás módja és tartalma maga az ember. Egyik nevelő mesélte, hogy az utcán egy nénike megkérdezte, nem féle attól, hogy elkapja ezektől, tőlünk a betegséget. Pite Pille Szilvia, Pite, 21 éves Hét hónapra születtem, eléggé súlyos légzés zavarral. Inkubátorba kerültem, de szerencsémre a látásomat nem veszítettem el. Állami gondozott gyerek voltam. Amikor óvodába kerültem, akkor még rajzoltam, és láttam a nagyobb betűket és számokat is. Még könnyen el tudtam vezetni a nem látó társaimat, és tudtam követni a sárga vagy zöld pulóveres óvónéniket. Öt-hat éves lettem, amikor észrevettem, hogy romlik a látásom. Ez időtájt kezdett el dolgozni a vakok intézetében Mónus Viola, akinek a kedvence lettem. Az oviban történt, hogy egy társamat nekivezettem egy széknek, és ezért letoltak. Hiába mondtam, hogy nem láttam meg a széket, nem akart elhinni az ovó néni. Mondta még azt is, hogy ne beszéljek hülyeséget, és majd megmond a Viola néninek, aki jött is nem sokára. Őszintén elmondtam neki, hogy mi történt és félelmemben, hogy ki fogok kapni, elkezdtem sírni. Nem lettem elkalapálva, hanem mentünk a szemészetre. Viola néni a hétvégeken és a szünidőkben alkalmanként elvitt a családjához. Apukája lelkész, a szüleivel és két testvérével éltek akkoriban. Együtt vittek le Pécsre egy szemorvoshoz, aki azt mondta, hogy elvileg meg lehetne műteni a szememet, de ő nem teszi, mert ha nem sikerül a beavatkozás, akkor megvakulok, és ő ezt a rizikót nem meri vállalni. Alapvetően a retinámmal volt gond, talán nem feküdt rendesen a helyén. Mindezt azonban csak 18 éves koromban tudtam meg. A műtétre tehát nem került sor. Éltem az életemet tovább. Sokat voltam a mónus családnál, és talán 8 éves lehettem, amikor érteklődni kezdtem Isten iránt. Ekkor mentem el először egy katolikus hittanórára, ami után elgondolkodtam egy kicsit. Másodikos lettem. Amikor az egyik tanárom megkérdezte, Szilvi, miért nem jelentkezel hittanra? Kaptam egy pontírásos Bibliát, elkezdtem olvasgatni. Az egyik rész nagyon megfogott. Lukács 15. rész 1-től 7-ig, ami a jó pásztorról szól, aki megkeresi az elveszett bárányt. A 99 bárányt ott hagyja az egyért, akit visszavisza a többiek közé. A megtérésem innen indult el azóta próbálok keresztényként élni. Körülbelül tíz éves koromban kezdett el bennem tudatosulni, hogy nincsenek szüleim. Az oviban ugye mindig együtt voltam a társaimmal, és jól is éreztem magamat, ezért nem is tűnt fel a szüleim hiánya. Aztán bekerültem a suliba, a kollégiumba, ahol a korunk és a nemünk szerint különböző csoportokban voltunk, igen ám, de itt a szünetekben már jöttek a szülők, és hazavitték a csemetéjüket. Én meg egyedül maradtam. Ezt kezdtem furcsállani, és vártam, hogy engem vajon ki fog hazavinni. Miért vagyok egyedül? Azt vettem észre, hogy egy pár gyerekkel összeraktak, és mi voltunk az állami gondozottak. Így jöttem rá arra, hogy árva gyerek vagyok, Mesélek arról, milyen élet zajlott a kollégiumi termekben, amikor még láttam egy kicsit. Az orvosos játéknál az ágyunk volt a kórházi ágy. Volt egy orvos, meg egy ápolónő. Komoly orvosunk volt, az elmondott betegségünket mindig fel is ismerte, és nagyon hatásos orvosságokat tudott felírni. Néha éppen a betegből lett hamarosan ápoló vagy orvos, arra azonban nem emlékszem, hogy lett volna hála pénz. Jó játék volt az is, amikor egyikünk a nagy szőnyek közepére állt, és ha azt mondta, hogy a barna hajóak jöjjenek, azoknak át kellett szaladniuk a szőnyegen, a kérőnek pedig el kellett kapnia a közülük legalább egyet. Ilyenkor az elfogott állt be középre, és folytatódhatott a játék. Amelyikünk látott, az megmondta, hogy kinek milyen színű a haja, a ruhája, vagy éppen a szeme, hogy mindenki megtudja, mikor kell, vagy nem kell neki szaladnia. Azután volt még a rabocsdi. A raboknak összekötötték a lábát a köntös és így kellett a helyünkre menni. Nagyon jó pofa játék volt. Mi is nagyon ügyesek vagyunk. Ezért bujócskázni is szoktunk, még hozzá rendszeresen. A hunyó kiment a folyosóra, és számolt húszig. Addig a többiek elbújtak a teremben. Hogyan tudtunk elbújni, és hova? Ágyba, szekrénybe, ágyon, pokróc alá, vagy egy sarokba, vagy éppen az asztal alá. A hunyó meg végig tapogatta mindezeket a helyeket nagy fogás reményében. Nagyon élethűen utánoztuk a tanárok hangját, stílusát is, jellemző mondatokat idéztünk. Már megint nyomkodod a szemedet, ezért megint terek? És ezen mindig jót nevettünk. Este nyolckor volt villanyoltás, ekkor volt a legjobb ízű beszélgetésekre lehetőség. Ilyenkor elemeztük ki, hogy melyik tanár normális és melyik. Amikor meg már nem láttam, akkor kaptunk pontírásos dominót és olyan társas játékokat, amikkel könnyen tudtunk játszani. Megpróbálom elmondani a Maja nevű társas játék lényegét. Van két hosszú tál, amibe gyűjtjük a golyókat. Mind a két félnek van hat-hat kis golyója, amit egy-egy tesz. Mindenkinek megvan a maga kis gyűjtőtája, ahová csak akkor teheti a golyóját, amikor az pont a gyűjtőtálba jut. A gyűjtőtálhoz legközelebb elhelyezkedő golyó volt az egyes, utána a kettes, a többi. Csak akkor lehet győzni, ha minél több golyót szerzett valaki, és közben persze el kellett rontani a másik lehetőségét, hogy golyót szerezhessen. Minden játéknál nagy volt a zaj, örökké nevettünk és vidámak voltunk. Amikor az egyik kislánynak meghalt az apukája, megpróbáltunk rajta segíteni, vigasztaltuk, hívtuk játszani. Akkor nem fogsz örökké arra gondolni. Mondtuk neki. Ezzel a törődéssel a szeretetünkről biztosítottuk, amire mindenkinek szüksége van. Jó tanuló voltam, felsőben 4,5-4,8-as átlaggal. A matekot azért szerettem, mert logika volt benne, és szerettem gondolkodni a megoldásokon. Hasonló a helyzet a kémiával is, ott is vannak egyenletek, amiket meg kell oldani. A biológiában nagyon érdekes volt az állatok és növények rendszerezése, és az is, hogy mennyire összefügg az élővilág. Az irodalom a versek, novellák miatt volt jó. Nagyon szerettem már akkor is olvasni. A történelemben nagyon sok száraz tény van, amit nem szerettem. Magát a német nyelvet megkedveltem, és amikor hetedikes voltam, fél éven keresztül járt be egy német lányosulingba, akitől nagyon sokat tanultam. A komoly és a népzenével elsősorban az énektanárom ismertetett meg, de ha valamelyikünk otthonról el tudott csorni egy érdekes zenei felvételt, a rég régi olasz dalokat, akkor azzal is bővült a zenei ismeretünk. Jött persze az illés és a koncsuzsa, és véleményt alkottunk a hallottakról. Ha valamelyik tanárommal kimentünk vásárolni, akkor hallottam a repet meg a többit is, de én ezeket csak düm -düm zenének nevezem. Fúj! Ennyi a véleményem. De persze vannak, akiknek ez tetszik, és ez így jó. Minél több időt akartunk tölteni kint a mindennapok világában. Voltak jó fejtanárok, akik kivittek minket táncházba és más jó programokra. Mivel egyébként is jártam látóközösségekbe, tudtam, milyen a kinti világ, és azt is, hogy miknek kell megfelelnünk, ha be akarunk illeszkedni. Éreztem azt is, hogy mi az, amit nem tudnak elfogadni, és ezt el is mondtam a többieknek. Nekünk alapvetően alkalmazkodnunk kell a látó világ elvárásaihoz, ezért nem szerencsés, ha egy vakrázza a fejét, vagy éppen hintázik. De az is megütközést kelt, ha valaki örökké nyomkodja a szemét. Ezt elmondtam a társaimnak, azzal kiegészítve, hogy erről mindenkinek a saját érdekében le kell szoknia. Fontosnak tartottam elmondani azt is, hogy miben más a látók viselkedése és esetenként a szokásaik. Amikor hatodikos voltam, a társaimmal sokat meséltünk egymásnak az otthoni történésekről. Arról is szó esett, hogy ki hogyan tud barátokra szert tenni, és arról is beszéltünk, hogyan lehet észrevétlenül jó kapcsolatokat kialakítani. Egyetértettünk abban, hogy nyitottabbnak kellene lenni a sulinknak. Nagy szükségünk lenne rá, hogy minél több látó gyerek jöjjön be és nézzen szét, hogyan megy nálunk az élet, és azt is megismerhetnék, milyen csukott szemmel tanulni. Jó lenne a minél több és minél mélyebb személyes kapcsolat, beszélgetni és játszani is remek lenne közösen. Megmutatnánk azt is, hogyan sportolunk, és szívesen látnánk őket akár egy csörgőlabda meccsre is. Négy éven keresztül versenyszerűen úsztam, közben csörgőlabdáztam is és végül a második sport mellett döntöttem. Nyolcadik osztályos koromban egy nemzetközi versenyen bronzérmet értünk el, és 1998 májusában Nürnbergből hazahoztuk a kupát az aranyéremmel együtt. Nem ért egészen váratlanul a nagy válásom. A nevelők havonta megkérdeztek mindenkit, hogy mikor volt meg a menzeszük, mert ezt jegyezték egy füzetbe. Erre azért volt szükség, mert ha valakinek több hónapra kimaradt, akkor szakorvoshoz tudták vinni. Ilyen körülmények között mindenkinek kellett tudnia a várható eseményről. Így voltam ezzel én is. Persze, a nagyobb lányok kellőképpen tájékoztatták a kisebbeket. Emlékszem, tornaórán voltam éppen, amikor megjött. A tornatanárom Judit néni mondta, hogy nagy lány lettem, és ott akkor minden szükségeset megkaptam tőle. Délután a nevelőmtől kértem segítséget, szerencsésen zajlott le, nem okozott semmiféle lelki megrázkódtatást. Igazából nem vártam, és amikor megjött, akkor egy kicsit meglepődtem, azután különösen nem foglalkoztam a dologgal. A kollégiumnak van egy gyermekorvosa, aki odafigyel a gyerekekre. Ebben az időszakban a fiúknál is észrevettünk bizonyos változásokat. Mikor a nyári szünet után újra találkoztunk, észrevettük, hogy megváltozott a hajuk és a jellemük is. Az osztályunk tízes létszámából hat volt a fiú, és nagyon sokszor engem piszkáltak, mert én sportoltam, meg reagáltam az ötleteikre. A másik három lány meg csak ült, őket nem tudták húzni. Nekem kellett mennem bunyózni is, és ekkor vettem észre, hogy ezek már nem azok a piti gyerekütések, amik eddig voltak. Rájöttem, hogy nekem is stílust kell váltanom, ha talpon akarok maradni. A tanároknak ez már nem tetszett. Felhívták a figyelmemet, hogy ne akarjak férfi lenni, inkább a nőiességemet domborítsam ki. Azt is mondták, hogy ne közöljem a fiúkkal azt, hogy mikor jön meg havonta, mert az nem tartozik rájuk. A fiúk viszont örültek, hogy elmondtam. Így legalább lett arról fogalmuk, hogy miért nem tudok néha elmenni úszni úgy gondolom, hogy pláne a vakoknál, akik azt sem látják, hogy valaki betétet tesz a zsebébe, ha valaki nem közli, mizu is, nem fogják tudni. Már pedig erről a dologról egy vakfiúnak is tudomást kell valahonnan szereznie. Olyan is volt, hogy adtunk a fiúknak betétet, ők meg szétszették, így tudták meg milyen belülről. Mindebből tanultak, és ezzel okosabbak lettek. Mi ezt a változókort a maga természetességében kezeltük, nem titkoltuk, ami a nevelőknek bizony nem nagyon tetszett. Az osztálytársaim szerettek, talán a kedvencük is voltam, de a fiúk csak jó barátnak tekintettek. Nem udvarolt nekem egyikük sem, nem is volt egy a stílusunk. Jó volt a suliban az is, hogy sokat kirándultunk és túráztunk. Szép emlékként maradt meg bennem a Bükszent Kereszti túra, ahol tíz-húsz kilométereket tettünk meg, és mivel akkor még láttam, társaimat vezettem az úton, akik már nem láttak. 11 éves lehettem, harmadikos voltam, amikor egy kirándulás közepette, elveszítettem a maradék látásomat is. Pontosan már nem emlékszem, hol voltunk, de azt tudom, hogy vonattal utaztunk. A vasútállomásra mentünk, és ekkor szóltam a tanáromnak, hogy nem látom az előttem haladó osztálytársamat. Amikor a buszról leszálltunk, akkor még láttam, a vasútállomáson már nem. Két osztálytársamat vezettem, de hirtelen elsötétült előttem a világ, megálltam. Elkezdtem kiabálni, hogy Judit néni, nem látok. Felrakott a vonatra, és én tovább bizonygattam, hogy már nem látok, de azt hitte, hogy viccelek. Mondjuk egy órával azelőtt még másfél méterről meg tudtam volna számolni az ujjait, de a vonaton már akár az orrom elétett kezét sem láttam. Folytattuk a kirándulást, ám benne az a tudat maradt meg, hogy látok, ezért csak hamar elestem egy gödörben, és kibicsaklott a bokám. Judit néni elnézést kért tőlem, de rám ezek után már nem lehetett számítani, hogy segítek a társaimnak, már én is mások segítségére szorultam. Nagyon sokat sírtam, nehéz volt feldolgoznom. Azt hittem, ez a vég, ennyi. Érdekes volt, hogy amikor már nem láttam, a többiek nagyon nehezen tudták ezt elhinni és megszokni. A tudatukban sokáig megmaradt az, hogy látok, és ezért állandóan kérdeztek a színek felől, vagy egyéb látó segítséget kértek tőlem, mint hiába. Évek teltek el, mire a helyzetem tudatosult bennük, és sajnos bennem is, de sikeresen át tudtam térni, és a látás hiánya ellenére is mindent meg tudtam csinálni. Még azt is, amit a jól látók közül sokan lehetetlennek tartanának. A tanulásban sem jelentett különösebb gondot, hiszen a látásomra addig is csak a tornaórán és a technikaórán volt szükségem. Olvasásra és írásra ott volt a Brej, és maradt is. Abban az időben, amikor végleg elvesztettem a látásomat, a Mónus család is sokat segített, és ott volt az Istenben való hitem is. Ekkor éreztem meg azt, hogy szükségem van Istenre. Nekem mindig úgy jelenik meg, úgy képzelem el, mint egy pástort, egy jó atyát. Úgy is mondhatnám, mint egy apukát, aki végtelenül szeret. Amikor ezekre a fogalmakra gondolok, olyankor egy szemét képzelek el, és az imáim alatt úgy érzem, mintha egy emberrel beszélgetnék, és a válasza benne van a Bibliában. A megvakulásom után kezdtem el eljárni a Regnum Marianumba, ami egy katolikus közösség ahol velem egykorú gyerekek voltak, akik láttak. Minden héten pénteken találkoztunk. Már az általános suli vége felé jöttem rá, hogy valójában a keresztényi funkciókat nem tölti be igazán a közösség. Egy-két imát eldaráltak, meg énekeltünk egy kicsit, de haveri alapon jöttek össze. Én pedig jóval többet vártam ettől a kis csoporttól, és ezt meg is mondtam nekik. A meglévő másfél órát játszásra használták fel, nem arra, hogy közösen legyünk Isten közelében. Nyolcadikos koromban hagytam ott a pelikán csoportot. Velük is sokat kirándultam. Bicikli és kenutúrákon is részt vettem, meg sátoroztunk is egy párszor. A keresztény lényeg azonban hiányzott nekem, és azért tovább kutattam, és így leltem az Emmausra, ahol megtaláltam azt, amit kerestem mivel állami nevelt vagyok, évente kétszer 20-20 ezer -20 forintot kapok az államtól ruházkodásra. Ezt a nevelőnk segítségével vásárolhatom el. Ő segít, ötleteket ad, de én döntöm el végül, hogy mit veszek meg. A ruhatáram bővítéséhez a tanárok és a nevelők is hozzájárultak, az otthonukból hozott gyerekruhákkal. A Mónus család is nagyon sokat segített. Viola néni hívta fel a figyelmemet a jó illatú dezodorokra és a parfümökre. A ruhavásárlásnál nekem elsődlegesen az anyag volt a fontos, az, hogy milyen érzés benne lenni. Odafigyeltem a színekre is, mert mivel sokáig láttam, jól megmaradtak az emlékezetemben. Tudtam, hogy egy adott színű szoknyához milyen színű pólót vehetek fel. A kékben és a zöldben a finom árnyalatokat szeretem, a fehér viszont mindenhez megy, és még a piros is szóba jöhet. Nőiesen kezdtem járni és amikor kaptam egy magas sarkú cipőt, ami kopogott, azt nagyon élveztem. Ekkor már szinte el is hittem, hogy kész nő vagyok. Mindezt a fiúk is észrevették, ami nagyon jól esett. Nem volt rám jellemző a kihívó viselkedés és öltözködés, de örültem, ha jól éreztem magamat egy ruhában. Amikor gimnáziumba jártam, egy közös tanárismerősünknél sokat beszélgettünk egy gyengén látó fiúval, Attillával, Azután meg elkezdett udvarolni, majd elhívott egy te a házba. Egy-két hónap alatt jöttünk rá, hogy szeretjük egymást. Attilának a szövő tanára, aki engem is ismert, mert én is nála tanultam megszőni, 1996. júniusában elhívott minket Veres egyházára. Sokat segítettünk a ház körül, de néha azért kettesben is tudtunk lenni. Egyszer csak észrevettem, hogy Attila elég furcsán izeg mozog, mintha valamit akarna, de nem merni. Megkérdeztem, mi a baj? Semmi, semmi, volt a határozott válasz. Mondtam neki, nagyon furán viselkedsz, nem szoktál ilyen lenni. Biztosan valamit szeretnél. Hát igen, felelte. Szeretnélek megcsókolni, bögte ki nagy nehezen. Én persze gondoltam, hogy mit akar. Közös akaratunk megvalósítása nagyon kellemes érzés volt. A nyár folyamán keveset tudtunk találkozni. Leginkább telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatunkat. Az év végén együtt voltunk Stuttgartban, a Taizéi mozgalom találkozóján. Ez a mozgalom Franciaországból indult el. Egy kis faluból, ahol egy testvér a menekültekkel foglalkozott, lelkileg és fizikailag próbált megsegíteni a rászorultaknak. Eleinte csak katolikus testvérek segítettek neki, és csak később vált ökumenikussá a segítségnyújtás. Minden év december 28-ától január 2-ig Európa valamelyik országában, egy nagyvárosban van egy ilyen találkozó. Én 1996-tól kezdtem el oda járni. Stuttgart, Bécs és most Milánó volt a színhelye a találkozónak. Az első találkozón, amelyen voltam, ott volt a Tilla is, és a szabadidőnkben elmentünk futball és kézilabda meccsekre. Ő győri, én meg Fradi Drucker vagyok, és ha itthon a két csapat egymás ellen játszott, mindig nagy nézetkülönbség alakult ki közöttünk, Legalább két órányi időre. Bár már az 1994-es VB-t is végignéztem, és elég hangosan végig is szurkoltam, igazából itt Németországban ízleltem meg ennek a hangulatát, mert személyesen megtapasztalhattam, és rendkívüli módon megtetszett. Nagy élmény volt, utána kezdtem kiárni a meccsekre. Azóta, ha van rá lehetőségem, kézilabda meccsekre is járok, legyen az akár férfi, akár női meccs. Az fogott meg, hogy rengeteg ember buzdítja kint a csapatot. Kiabálnak és énekelnek, aminek a varázsa rám is átragad, és teljes hévvel részt is vezek benne. A televízió és a rádió ezt a hangulatot nem tudja visszaadni. A hely varázsa csak a helyszínen érhető tetten. Át tudom élni a történteket, buzdítom a csapatot, és ha kell, szídom a bírót. Az egésznek van hangulata, és talán ez a legfontosabb az egészben. Az a tapasztalatom, hogy ingyen engednek be a mérkőzésekre, ha felmutatom a vakok tagság igazolványát. A Vasas Ferencváros női kézilabdakupa mérkőzésre nem akartak beengedni, talán mert hárman már túl sokan voltunk. Aztán valaki szólt, Géza, enged be őket, úgysem látnak semmit. Jót nevettünk, és persze egyből felmentünk. A nővéremet akkor ismertem meg, amikor nyolcadikos voltam. A lejárt útlevelemet kellett megújítani, mert siálni mentünk volna külföldre. Be kellett menni a gyívibe, hogy engedélyezzék a kérésemet, és ott megkérdeztem, van-e testvérem, tudnak-e róla. Másnap telefonáltak, hogy van két testvérem, és megadták a nővéremnek Juditnak a címét. Az öcsémről csak annyit mondtak, hogy ő az anyukámmal van. Tizenöt éves koromig azt hittem, hogy senkim sincs a világon írtam magamról egy levelet a nővéremnek, és nagy izgalommal vártam a választ, ami egy hónap múlva meg is érkezett. Amikor az első levelemet írtam, fel sem fogtam, hogy a testvéremnek írom. Örültem, és egyben sírtam is. Milyen jó, hogy van testvérem. Két hónapig leveleztünk, azután Judit feljött Pestre, a vakodába meglátogatni. Éppen az osztályfőnökömmel volt óránk, amikor a portásbácsi bekopogott, hogy Szilvi látogatód jött, Andi néni mondta, hogy a nővérem van itt, és menjek, beszélgessek vele. Felálltam, oda mentem Judithoz, és puszítattunk egymásnak. Egymásra borultunk, és nagyon örültünk a találkozásunknak. Egy kicsit sírtunk, és elég nehezen tudtunk megszólalni. Elmentünk a szobámba, azután a nővérem csak pakolt, pakolt. Narancsot, banánt, csokit, sütit. Én csak néztem, ő meg nevetett. Érdekes volt, hogy nagyon nyíltan beszélgettünk. Nem volt egymással szemben idegenkedés egyikünkben sem. Megmutattam az egész iskolát, ami nagyon tetszett neki. A beszélgetéseink során anyu is szóba került, és azt vettem észre, hogy Judit azt várta, dicsőíteni fogom anyukámat. Elmesélte, hogy hét évesen találkozott anyukánkkal, és bizony nem volt túl jó benyomása az egészről. Bár akkor anyukánk megígérte, hogy többször fognak majd ezután találkozni, nem így történt, és Judit ezért lett csalódott. A nővérem nevelőszülőknél nőtt fel. Mivel semmit sem tudok anyuról, mondtam a nővéremnek, hogy én nem mondhatok róla véleményt. A Judittal folytatott eddigi levelezésünk alapján sem tudtam tiszta képet kapni az anyukánkról. A későbbi találkozásaink alkalmával már nem került szóba, inkább a mi kettőnk személyes kapcsolata fejlődött, aminek örültem. Mint megtudtam, a nővérem is hét hónapra született, de ő jól lát. Ami talán érdekes volt a számomra az az, hogy Judit tíz hónappal idősebb nálam. Féltestvérek vagyunk. Én nem ismerem az apukámat. Azt is megtudtam, hogy az öcsémmel is féltestvérek vagyunk. Mindezek ellenére nagyon boldog voltam, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban. Van valaki, akit családi alapon közelérezhetek magamhoz. Végre büszkén mondhattam azt, hogy van testvérem. Ráadásul jó testvérem. A kettőn közötti kapcsolat az idő haladtával egyre mélyült, és már kölcsönösen látogattuk egymást. Amikor lementem hozzá, azt mondta már tudja, hogy a sok beszédem és a nevetésem hiányzott neki. Kölcsönösen örültünk egymásnak. A tovább tanulásom is napi renden volt, hiszen nyolcadikos voltam. Olyan gimibe akartam jelentkezni, ahová még nem járt vakdiák, hogy ott is ismerjék meg a vakokat. Mivel 4,5-nél jobb volt az átlagom, nem kellett felvételiznem. Fél évig jártam az újpesti Kanizsai Dorottya gimnáziumba, Krisztivel, aki szintén nem látott. Mint később kiderült, nagyon nem volt jó, hogy egy osztályba kerültünk. Teljesen más volt a stílusunk. Ő ki akart tűnni, én meg csendesebb voltam. Keresztbe is tett nekem, amit nem vártam tőle. Olyan dolgokat talált ki és mesélt a kollégiumban, amik nem voltak igazak. Végül beismerte, hogy azért volt ilyen velem szemben, mert azt akarta elérni, hogy menjek el abból a gimiből. Az első fél év után el is mentem a Kóskároly gimnáziumba, ahová azóta is járok. Az új helyen bizony egy kicsit furcsa szemmel méregettek a diáktársaim, nem tudtak hová tenni. Én mentem oda hozzájuk beszélgetni, csodálkozva hallották, hogy mi mindent csinálok. Versenyszerűen úszom, csörgőlaptázom, sielek, nagyon szeretek szőni és mindemellett főzök is. A vasalás és a takarítás említése után már nem csak a szemük nyílt tágra, hanem a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A tévénézés, a moziba, a színházba járás is szóba került. Mindezeknek nagy hatása volt arra, hogy ne tekintsenek rám úgy, mint kívülállóra. Az igazi meglepetés az volt a számukra, hogy imádom a focit és a kézilabdát meg a vízilabdát. Nem is beszélve arról, hogy a meccseket is látogatom, és önfeledten tudok szurkolni a lelátón. Amikor kiderült, hogy Ferencváros drukker vagyok, akkor a fiúk a szívükbe zártak. Azután már ők hozták a sportújságot, és rendszeresen olvasták nekem a cikkeket, amiket bőven megvitattunk, kielemeztünk. Soha sem hallottam tőlük, hogy jaj, már megint segíteni kell ennek a vaknak. Inkább az fordult elő, hogy összevesztek azon, ki kísérjen át a következő órára a másik terembe. Előfordult, hogy egész napra előre be kellett osztanom a segíteni akarókat. A sok rétűség és a nyitottság az, amivel mi vakok közel tudjuk hozni magunkhoz az embereket. A lányoknak meg ajánlom, hogy legyenek jártasak a sportterén, mert a fiúk ezt díjazni fogják, baráti kapcsolatokat lehet ezzel szerezni. Suli után bandába verődve megyünk a metróig. Ott sokáig beszélgetünk, azután néha egészen váratlanul felajánlják, hogy akkor most haza kísérnek. Tudják pedig, hogy nekem nem gond a közlekedés. Rájöttek, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint ők. Megmutattam nekik, hogyan kell használni a fehér botot. El is kérték, csak úgy hecből kipróbálni. Rövid időn belül azonban dobálták is el a botot, hogy ez szörnyű. Ezt nem tudnák elviselni, így nem lehet élni. Ilyenkor persze jót nevetek rajtuk. Baráti viszonyt eredményezett az egyik fiú osztálytársammal a sportolás. Ő focizik, edzésre is jár. A többi lány nem érdeklődik a foci iránt, de mi ketten nagyon jól meg tudjuk vitatni a dolgokat, és elmeséljük egymásnak az edzéseinken történteket. Bármilyen látótársaságban, ha szóba kerül a foci, én is bekapcsolódom. Ilyenkor rám csodálkoznak. Jé, ez is szereti a focit. Vak is, meg lány is, mégis. Először meglepődnek, aztán befogadnak, és nagyon figyelmesek, előzékenyek lesznek. Ki érti, hogy miért? Így már nem kínos az, hogy adott esetben segítsenek. Kölcsönösen segítettük egymást a tanulásban is az osztálytársaimmal. Ha kellett, én segítettem matekból az egyik fiúnak, más esetben meg ők nekem. Ezért is fontos, hogy minél jobban tanuljunk, mert csak így tudunk segíteni a látótársainknak a tanulásban, ami csökkenti az esetleges előítéletek kialakulását. Nem leszünk szerencsétlen vakok. Sajnos nincsen számítógépem, ezért nekem több energiát kell fektetnem a tanulásba. Az órák anyagát pont írógéppel jegyzetelem, és persze a kazetták is bevetésre készen állnak. Ha sékírásos anyagot kell beadnom, villanyírógépet használok, ezzel ugyanis ki lehet javítani az elütéseket. A tanárok is segítenek, ahol tudnak. Tőlem is számon kérnek mindent, és nem is voltam még lemaradva egyetlen tárgyból sem. Geometriából úgy felelek, hogy lediktálja a tanárom a feladatot. Ha az elméletet elmondom, kettest vagy hármost kapok. Ennél csak akkor kaphatok jobb jegyet, ha ki is számolom a feladatot. Matekból is ugyanúgy ki kell számolnom a feladatokat, legyen az egyenlet vagy bármi egyéb. Véleményem szerint minden elméleti tárgyat meg lehet tanulni, csak akarat kértése. A matek a geometriával együtt azért jó, mert fejleszti a memóriánkat és a térképzetünket. A rajz alól sem kell felmenteni minket, a művészet történet is a rajzhoz tartozik, és ezt megtudjuk és meg is kell tanulnunk. Nem tartom jónak azt sem, hogy testnevelés alól felmentik a vakokat, mint engem is, bár nemzetközi versenyeken is szerepelek. A Vagdiákok Sportegyesülete meghívott neves sportolókat. Kovács Istvánt, Kokót, Erdei Zsoltot, Madárt, Vukovics Lászlót és Albert Flóriánt. Eljöttek és kipróbálták a csörgőlabdát, hogy milyen bekötött szemmel játszani, és bizony egy kicsit bénáztak. Nagyon elcsodálkoztak, amikor nyitott szemmel dobtak nekünk kapura, és azt is ki tudtuk védeni. Hiába lőtt sarokra Vukovics Laci, azt is kivédtük. Számukra az volt a furcsa, hogy a hang irányába kellett vetődniük, csak a fülükre hagyatkozhattak, mert a szemük be volt kötve. Nagyon sajnáltam a vendégjátékosokat, mert elég csúnyán kikaptak tőlünk, de azért jól érezték magukat, és szoros kapcsolat alakult ki a Ferencváros és a mi egyesületünk között. Az osztálytársaimmal annyira jó a viszonyom, hogy az egyik srác meghívott a házi bulijára. Régi zenéket hallgattunk, jókat beszélgettünk, Tulajdonképpen most senki sem udvarol nekem. Talán nem is hiányzik annyira, mert amúgy is zajlik körülöttem az élet. A gimnáziumi évek alatt továbbra is megmaradt a nővéremmel a kapcsolatom, ami már testvérivé vált. Nagyobb részt a mindennapjainkról esett szó. Sokat beszélgettünk, és ezáltal teljesen megismerhettük egymást. Azután 1997 nyarán írt, hogy anyukánktól kapott egy levelet. Tőlem kért tanácsot, hogy mit válaszoljunk. Ha már megkeresett minket, mondtam egy jó pár héttel később, akkor nekünk is pozitívan kéne reagálnunk, bár nem lesz könnyű. Judit csak úgy volt hajlandó a találkozásra, ha én is ott leszek. Megbeszéltük, megegyeztünk. A nagy találkozás 1997. október 11-én történt Kecskeméten, ahol a nővérem lakik. Anyukámik nagy jöttek autóbusszal. Mondanom sem kell talán, hogy milyen feszült várakozással voltam tele. Annyi megválaszolatlan kérdés volt a fejemben, és el sem tudtam képzelni, hogy anyu milyen lehet. Előítélet nem volt bennem, hiszen nem tudtam, milyen okok játszottak abban közre, hogy ilyen lett a sorsom. Örömmel teli félelem volt bennem. Nem akartam csalódni, így is elég sok pofont kaptam már az élettől. A találkozásunk kellemes csalódás volt. Valójában sem ő, semmi nem tudtuk egymást igazából hová tenni. A Kecskeméti buszpályaudvaron találkoztunk, ahová öcsémmel meg további két kis testvéremmel és az élettársával Lajossal jött el. A közeli parkban beszélgettünk, amire mintegy egy két óránk volt, mert úgy ment vissza a buszuk. Mi értünk oda később, kerestük a buszt, ekkor ők leszólítottak, hogy nem a nagykőrösi buszt keressük-e. Bemutatkoztunk egymásnak, puszit is adtunk és kaptunk, és Gergőtől egy-egy szálvirágot. Lajos nagyon szimpatikus volt, és persze az akkor alig pár hónapos, meg a két éves testvérem is. Számomra kellemes volt anyukám hangja, de semmilyen külső képet nem tudtam kialakítani róla. Kedves volt hozzánk, és azt hiszem a nővérem is kellemesen csalódott benne. Anyukánk élete már sok mindenben rendeződött. Akkor még nem tudtam, hogy mennyi problémája volt. Nagy vonalakban elmesélte, hogyan élnek, és mi is elmondtuk a magunk életkörülményeit. Öcsém is jó humorú srác, jó kedvű volt, sokat nevettünk már akkor is. Hamar egymásra találtunk, jól megértettük egymást. Viszonylag egykorúak voltunk, és volt közös témánk. Anyukánk elmondta, azt szeretné, ha mindenki élné tovább az életét, de minél szorosabbá válna a kapcsolatunk. Úgy érzi, mondta, hogy nem szólhat bele az életünkbe, és nem is akar. Ez számomra nagyon szimpatikus kijelentés volt. Kapásból elhívtak hozzájuk, de nem mentem el, mert Juditnál voltam. Megértették, de meghívtak a kisöcsém születésnapjára, ami pontosan megegyezett az enyémmel. Október 26-a. Október 22-én le is utaztam hozzájuk. Rend és tisztaság volt náluk, és azt is észrevettem, hogy anyu rendszeresen főz. Látszott, hogy harmonikusan élnek. Anyukám megkérdezte, szeretem -e a madártejet, a bundás kenyeret, a kelkáposzta főzeléket és a fasírtot, mert olyat akar főzni a születésnapomra, amit szeretek. Úgy éreztem, hogy most egyszerre mindent pótolni akar, amit eddig nem adhatott meg. Abban a négy nappal rengeteget beszélgettünk. Akkor tudtam meg, hogy a nagyszüleim nem foglalkoztak az anyuval gyerekkorában. Amikor 16 éves korában megszülte Juditot, a szülei úgy, ahogy volt, gyerekestül kirakták az utcára. Ide többet be nem teszed a lábad, tették hozzá útra valónak. Anyukám azt sem tudta, hová menjen, hiszen még ő maga is gyerek volt. Teljes káosz volt nála, ezért beadta Juditot egy nevelőintézetbe. Azután hol ide, hol oda csapódott. Azt hitte, hogy egy férfi mellett csak megtalálja a nyugalmát. Tizenhét éves volt, amikor megszült engem. Akkor együtt élt valakivel, Juditot is kihozták az intézetből. Ám ez az állapot nem tartott sokáig, mert elváltak, és így mind a ketten visszakerültünk állami gondozásba. A nevelő apukám a nevére vett, de később megmásítattam a nevemet. A telefonkönyvből kölcsönöztem, de hasonlít az eredetire. Megtudtam tehát, hogy anyu alól teljesen kicsúszott a talaj. Azt sem tudta, mit tegyen, így sokáig csak csapódott mindenhová. Azt is elmesélte, hogy a fiú testvérével kivételeztek a szülei. A bátyja mindig kapott új ruhákat és több zsebb pénzt uzsonnára, és ez mind anyu szeme történt. Gyakorlatilag azóta nem találkozott a szüleivel, amióta kirakták az utcára. Húsz éves volt, amikor az öcsémet megszülte. Öt évig élt együtt az akkori férjével, de az ital miatt nem bírta tovább, és vállás lett a vége. Kinek jó haverik? Azután több idős néninél lakott albérletben, így próbálta felnevelni az öcsémet. Lajost több mint négy éve ismeri, már van két gyereke tőle. Ezeket tudtam meg a négy nap alatt. Nagy részt a nagymamámékat hibáztattam a történtekért, mert hogyan teheti ki egy szülő az utcára a 16 éves gyerekét az unokájukkal együtt? Mi lett volna a 16 évesen, engem is kitettek volna a vakok intézetéből, és azt mondták volna, hogy éljél meg úgy, ahogy tudsz. Tudás és tapasztalat nélkül nehéz. Nem haragudtam anyukámra. Meg tudtam bocsátani neki, amit annak is köszönhetek, hogy a Mónus család segítségével keresztényi szellemben nőttem fel. Ők is mondták, hogy bocsássak meg anyunak, mert így mindenkinek jobb lesz. Anyukánk is félt, hogy neki fogunk esni, és a szemére hányunk mindent, és mint mondta, jól esett neki, hogy nem zaklattuk, és megértettük. Mindennek alapfeltétele volt az őszinte beszélgetés a négy nap alatt. Higgadtan folyt le, egyikünk sem sírta el magát. Az egész találkozóra azért került sor, mert amikor Lajos megtudta, hogy anyunak van még két nagy lánya, elkezdte szorgalmazni, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Lajos szobafestő, de mindig olyan munkahelye volt, ahol gyerekek között lehetett. Szerette is őket, akár rovisok, akár sodisok voltak. És ezért úgy érezte, az a legkevesebb, hogy ösztönözze anyukámat, vegye fel velünk a kapcsolatot. Amikor visszamentem a kollégiumba, örömmel meséltem a nagy találkozásról. Részletesen kikérdeztek mindenről. Hogyan vártak, mit főztek, milyen volt a szülinap, és hívtak-e újból? Igen, hívtak disznótorra, mondtam nagy örömmel. Mindenről részletesen beszámoltam, és megkínáltam őket a hazaiból is. Mondták is később. Pite rajtad nagyon érezni, hogy jól kijössz az anyukáddal. Mióta rendszeresen járok haza, sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lettem, ezt mindenki észrevette körülöttem. A tanárok viszont nagyon féltettek. Anyukád majd el fogja szedni az összes pénzedet, mondták. Biztosan volt már ilyen tapasztalatuk, de a vakoda az csak vakoda. És milyen más, ha az ember azt mondhatja, hogy megyek haza az anyukámhoz vagy a testvéreimhez? Furcsa volt a többi gyereknek, amikor ezt hallották tőlem, meg hogy nézzétek, mit kaptam otthonról, vagy milyen harapnivalót csomagoltak be nekem. Ilyen szavak 18 éves korom előtt nem hagyták el a számat. Anyukám nagyon tisztel és becsül azért, mert nem látóként jól tanulok, és nem hagytam el magamat. Másrészt azért is, mert szeretek munkázni. Ez nagyon fontos kapocs kettőnk között, közös témánk, Megmutatta, hogyan horgol, és a kalocsai hímzésre is megtanított. Állandóvá és folyamatossá vált a kapcsolatunk. A szünetek nagy részét is otthon töltöm. Anyukámnak már egészen természetesen tudom mondani, hogy anyu. Ő inkább lányomnak szólít. Ritkán mondja, hogy Szilvi. Mindenki örömmel vár otthon. Állatokat tartanak, és sok gyümölcsfájuk van. Bár sportos csaj vagyok, de ha jövök vissza Pestre, beleizzadok, mire a batyummal hazaérek. Egy jó erőnléti edzéssel ér fel a táska cipelése. Néha már szólok is, hogy mit gondolsz, ki fogja mindezt cipelni. Hát te, válaszolja anyukám. Felszakad bennem egy gát, és betört a napfény. Így tudnám elmondani a változás hatását. Pesten szeretnék tovább tanulni és dolgozni. Szeretném elvégezni a Pázmány Péter Egyetemen a hitoktatói szakot, és a szövetségben a gyógymasször tanfolyamot. A szabad időmben nagyon szeretek kézi munkázni. A szövés áll hozzám a legközelebb. Rongyból lábtörlőt, fonalakból terítőt és falvédőt csinálok. A mintákat is én találom ki, megtervezem és kivitelezem. Tájképet is szoktam szőni. Az egyiken fehér keretben a hegyoldalon egy ház áll, meg egy bokor, felettük az ég. A másik táj képemen egy templom látható egy bokorral, a harmadik képemen meg egy tanya, füves virágos bokros előtérrel, majd búzamező pipaccsal, és egy kis gaz is van a képen. A kisház mellett veteményes kert található. Néhány látó embert már megtanítottam szőni nagykörösön, és szeretném majd letenni a mesterfogó vizsgát szövésből. Szakember mondta, hogy nem lesz nehéz számomra. Ritkán jutok az agyagozáshoz. Azt azért szeretem, mert a fantáziám által és a kezem segítségével tudom alakítani az anyagot. Elég ritka a vakoknál az, ha valaki sízik. Az általánosban volt egy tanár, aki alternatív katonai szolgálatát töltötte a sulinkban. Síoktató volt, és az ő kezdeményezésére kiutaztunk Szlovákiába, ahol megtanított minket síelni. A sízés felszabadult érzés egy vakember számára, az sem baj, ha hasoncsúszva érünk a bokorba, mert az élmény feledhetetlen. Az a jellemző, hogy a sílészen tesszük meg az utat a végállomásig, és csak a száguldás van, minden más megszűnik a számomra. Mindent el lehet felejteni, nagyon jó kikapcsolódás, lelkileg is nagy pluszt ad az embernek. Szép az élet, ha élni tudsz vele. Dunavecki Leóna, 21 éves. Első éves egyetemista vagyok. Nagyon jó családi körülmények között nőttem fel, sok szeretetet kaptam. Régebben jobban láttam, akkor csak gyengén látónak számítottam. Ma már inkább nem látónak. Születésemtől fogva magas a szemnyomásom, de mindig láttam annyit, hogy egyedül meg tudjak mindent csinálni magam körül. Debrecenben jártam a gyengénlátók Súliába, ahol flottul mentek a dolgok. Kilenc éves koromban meghalt az anyukám, apukám meg lemondott rólam. A nagymamámhoz kerültem, de tizennégy éves koromban ő is meghalt. Tizenhárom éves koromban levált a retinám. A nagynénim felügyelete alatt voltam, amikor bekerültem egy miskolci gimnáziumba, és az itt eltöltött négy év alatt fokozatosan, de erőteljesen romlani kezdett a látásom. Szegény nagynéném nem tudta, hogyan kell bánni egy rosszul látóval. Egyrészt azt mondta, hogy csináljak meg mindent, másrészt pedig megtiltotta. Nem engedett el sehova, annyira féltett, hogy szinte bezárt maga mellé. Úgy éreztem magam, mint vitrínben a gics, csak áll és porosodik. A gimnázium elvégzése után másfél évig otthon voltam, mert azt mondta a nagynénim, hogy minek tanulnál tovább, a diplomások is seprik az utcát. Vakon meg azután semmi értelme. Másrészt meg azzal jött, hogy mennyire szeretné, ha szép lenne a jövőm. E jó együttlét alatt sikerült megtudnom, hogy létezik a vercs, ahová 1997. októberében kerültem fel. Csak nem kilenc hónapot töltöttem itt, ahol teljesen más életszemléletet láttam, Megtapasztalhattam, hogy milyen sokan tanulnak felsőfokú tanintézményekben, hogyan tanítanak meg mindenkit az önálló közlekedésre, és megismertem a számítástechnikát, ami ma már szinte nélkülözhetetlen a számunkra. Eljártunk korcsolyázni, nem voltam bezárva, magyarán elkezdtem élni a magam életét. Nagyon élveztem, hogy vakon is lehet élni. Azután 1998. februárjában eljött az az idő, amikor a nagynénikémnek nemet mondtam. Teljesen magamra maradtam, önálló lettem, megszűnt a függőségem. Nem hallom már többet, hogy örüljek annak, hogy befogadott, és hogy gondoskodik rólam. Addig ugyanis állandóan hallgatnom kellett a felhány torgatásait. Ha akarok, sem tudtam volna megfelelni neki, mert ő maga sem tudta igazából, hogy mit akar. A vercse mondták, hogy nem másnak, hanem magamnak akarjak megfelelni. Tűzzek ki célokat magam elé, és valósítsam meg. Jelentkeztem az Elte Szociológia szakára, fel is vettek. A félévi vizsgáim felét már megcsináltam, eddig ötösöket kaptam. Az egyetemen nagyon tetszett, amikor azt mondták, hogy vak még nem járt ide, de próbáljuk meg. A látásom romlása okán kezdtem el gondolkodni a látók és a nem látók viszonyán. Miért vannak az emberekben előítéletek? Miért alakulnak ki, és milyen társadalmi folyamatok vannak e mögött? A szociológiát pontosan nekem találták ki. Olyan ez, mintha rám szapták volna, hiszen benne élek a teljes valommal. A későbbiekben szeretném ezt az ügyet szolgálni. Diplomával talán többet tudok csinálni. Szakmailag finomítani lehet azt a tudást és tapasztalást, amit az ember minden nap megél, mint nem látó. Szívesen lennék az ügyünk szószólója, mert talán sokszor mi sem tudjuk azt, hogy mi a bajunk, vagy hogy mit akarunk. Sokunknak szüksége lehet arra, hogy egyáltalán megértse a saját helyzetét, és hogy el tudjon igazodni, mire van vagy nincs lehetősége. Az egyik véglet az, hogy olyanok vagyunk, mint a látók, csak bizonyítsuk be. A másik meg a teljes feladása mindennek. Ebből alakul ki a depresszió. Szerintem a középutat kell eltalálni. Amennyi segítség kell, azt tudni kell elfogadni, amire meg nincs szükség, azzal nem kell élni. Szerintem jó lenne, ha minden nagyobb városban lenne a vakoknak egy önismereti csoportjuk, ami segíthetne belülről megtalálni önmagunkat. Mindegyikünknek meg kell keresnünk azt az életformát, amelyben, mint nem látó emberek, maximálisat tudunk nyújtani, önmagunkhoz és a helyzetünkhöz képest. Nem kell megváltania senkinek sem a világot. A mi céljainkat nagyon meghatározhatja az, hogy milyen környezetben, milyen hatások közepette növünk fel, Míg én otthon ültem a vitrínben, mások arra törekedtek, hogy megvalósítsák önmagukat. A talpra esett életre való embert bármilyen hátrányos a megjelenése, egy idő után már nem fogja sajnálni senki. Mostanában éppen azon töprengek, mennyit számít az, hogy mi hogyan gondolkodunk saját magunkról, és ezt hogyan vedítjük ki a látókra. Nekem például régen bemagyarázták, hogy milyen szerencsétlen vagyok, és a végén tényleg kezdtem szerencsétlen lenni. Itt fent mutatták meg nekem a többiek, hogy akarással és persze emberi segítséggel, akár csodákra is képes lehet az, akinek van elképzelése, akarata, meg olykor szerencséje. Erre az egyetemre sokan csak azért járnak, mert nem vették fel őket máshová. Többségük nem is foglalkozik gyakorlati problémákkal. Ehelyett csak nagy eszmefuttatások vannak. Inkább azok gondolkodnak el a mi helyzetünkön, akik gyógypedagógusnak tanulnak, vagy szociális munkásnak. Én nem csak nagyban gondolkodom, hanem a valóságot próbálom tetten érni. Mitől tudomány a tudomány? Gyakorlat kell hozzá, az egészen biztos. Van egy-két év folyamtársam, aki segítőkész, akár a gyakorlatban, akár az elméletben, de sokan csak érdekességnek tekintenek engem. A kíváncsiság teljesen normális dolog a vaksággal szemben, de az már érdekes, hogy magára az emberre már nem vonatkozik az érdeklődés. A kíváncsiság kielégülése után elmúlik az érdeklődésük. Egyrészt akadályoz, hogy nem látok, mert nem tudok oda menni az emberekhez, és nem is nagyon merek. A tanulásban az a nehéz, hogy mivel rengeteg az olvasni való, felolvasókat kell szerezni, akik magnókazettára olvassák fel azt az anyagot, ami kell a vizsgákhoz. Szerencsémre a következő fél évre már megvannak az önként jelentkezők. Ezek között van egy-két gimnáziumi tanárom, barátok és ismerősök. Lelkileg én másként fogom fel a dolgot, amihez semmi köze sincs annak, hogy nem látok mindig adok magamnak időt a pihenésre. Ha tanulnom kéne, akkor tanulok. Ha el kell mennem valahová, akkor meg elmegyek. Hízek Istenben, és mindig megkérdezem tőle, hogy mit csináljak. Nem vagyok tanuláscentrikus, hanem a tanulást az életem egyik részének tekintem. A sok-sok rész teszi ki az egészet. Van, aki a tanulásával akar bizonyítani. Én senkinek semmit nem akarok bebizonyítani, csak szeretném jól megtanulni a szakmát. Persze örülök a jó eredményeknek, és bennem van, hogy mit tehetek másokért és Istenért. Gyerekkoromban vallásos nevelést kaptam az anyukámtól, és később találkoztam Istennel. Az egész kapcsolatban van a vaksággal. Egyszer, amikor már katolikus gimnáziumba jártam, rossz napom volt. Menzára mentem ebédelni, és nem volt, aki átkísérjen, ami addig még nem fordult elő. Mindenki kibújt a segítés alól, ezért éhesen maradtam. Délután evangelizációra mentünk egy templomba, ahová francia apácák jöttek. Ők tanúbizonyságot tettek arról, hogy mit tett velük Isten. Elmondtak egy-két bibliai ígét, megérintett az egész, és amikor kijöttem a templomból, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Akkor még nem tudtam, hogy mi. Ekkor kezdődött el vele a személyes kapcsolatom, aminek nagyon örülök. Mindent meg tudok vele beszélni. Bátorságot adott, hogy kimerjek menni az utcára, és jobban el tudtam fogadni ezt az állapotot, amivel együtt kell élnem. Reménykedem abban, hogy nem fogok teljesen megvakulni, bár az orvosok nem sok jót ígérnek. Tudom viszont, hogy nekem jó, mert ő velem van. Olyan békességet ad, amelyben könnyű tanulnom bármit is. Sokkal több értelme van így az életemnek, mintha magamban vegetálnék. Személyes megváltóként fogom fel, egy olyan személynek, aki mindig velem van, és akitől minden nap kapok erőt. Személytelen ideálhoz az ember nem beszél, arról csak úgy elmélkedik. Mivel személyes Istenképen van, tudok vele beszélgetni, mert befogadtam a szívembe. Magamban nem szoktam beszélni, csak vele, ha imádkozom hozzá. Így élem meg. Visszatérve a tanulásra, az is örömöt szerez, hogy újabb és újabb támpontokat kapok, ami alapján még komplettebben tudok elmélyülni a világunkban. Érzem, hogy még precízebbé válik a gondolkodásom, lényegében egyre inkább erősödik. A látóköröm is szélesedik, és ezzel egy időben színesebbé válik. A félévi vizsgák eddigi sikerei nagyon jót tesznek nekem, mert további erőt kapok a tanuláshoz. A visszahúzódásom inkább személyes eredetű, a nem látásomon alapul. Ha már megismertem valakit, azzal szemben nyitottabb vagyok, és az érzéseimet is kimerem fejezni. Ha ismeretlen közegben mozgok, inkább beburkolózom és el vagyok magammal. Ezzel meg is elégszem. Ha nem látó az illető, talán merészebb vagyok, de ilyenkor is jobb, ha nem nekem kell nyitnom. Előfordul az is, hogy belső késztetést érzek. De akkor felmerül a kérdés, hogy mit mondjak. Kéne egy kis önbizalom, és valószínűleg a kamaszkorom neveltetése is benne van a mostani helyzetemben. Az egyetemen is oda mennék a többiekhez, de a botorkálásomat égőnek érzem. Mindezt idővel fel kell dolgoznom, és akkor már sinál leszek. Abban a korban vagyok, amikor az érzelmek jelentősége a legerősebb. Nagyon lényegesnek tartom azt, hogy egy fiú mennyire figyelmes velem szemben. Az ember, amikor szerelmes, nem gondol bele abba, hogy a másik lát vagy sem. Olyankor nem jelenik meg akadályként a nem látás ténye. Volt egy látó barátom, de miután vége lett a kapcsolatunknak, elgondolkodtam azon, hogy teljesen más világot élt, mint én. Egy lány szerintem csak egész finom jelzéseket tehet az ügy érdekében, az igazi kezdeményezés a férfi feladata. A társkeresésbe sem bonyolódom bele elvi szinten, hagyom, hogy az élet kialakítsa a maga útját. Tavaly nagyon szerelmes lettem egy vak fiúba. Temperamentumos, úgy nevelték, hogy ne a szokásos életet élje, nagyon önálló és életre való. Én meg pont akkor kerültem ki a családi inkubátorból, tele voltam kisebbség érzéssel. Igazi példaképem lett. Nem egyszer felugrottunk a vonatra és lementünk a Velencei tóra, vagy meglátogattuk az apukámat, akit több mint tíz éve nem láttam. Olyan dolgok történtek az életemben, amikre nem számítottam, és ez is hitet adott a megváltozás lehetőségéhez. Kilenc hónap után egy kicsit bizonytalanná vált a kapcsolatunk, de ne gondolja senki, hogy ez a kilences számnak bármilyen köze is lenne. Ha nincs meg, az a valami, akkor maga a nem látás ténye sem lehet összetartó erő. Nem tudok könnyen feladni dolgokat, de ha el akar menni a másik, akkor el kell engedni. Nem félek, mert tudom, hogy Isten nem akarja, hogy egyedül maradjak. Igaz, árva vagyok, és nem is látok, de azért teljes családi életet szeretnék élni. Ha valakinek kell a szeretetem, és el is tudja fogadni, akkor sikerülni fog, persze a kölcsönösség alapján. A mostani helyzetemben sem vagyok elkeseredett, nem ér annyit az egész. A dolgok nem kívülről, hanem belülről jönnek, és szerintem ez a lényeg. Ha ez a harmónia megvan, akkor nincs baj. Itt a versen megtanítanak az önálló életvitel minden fontosabb elemére: főzni, mosni, vasalni, takarítani, varni, szőni, pontírást használni, no meg persze közlekedni minden nem látó ember számára a legalapvetőbb dolog, a minél nagyobb önállóság, ami által csökkenni fog a rászorultsága a többi emberre. Önállóság nélkül élő halott lehet az ember. Bár itt is tanítottak főzni, de Ildikó, aki szintén rosszul látott, elvitt hozzájuk, mert mint ötven éves háziasszonynak megvolt a gyakorlati tapasztalata a konyhában. Rengeteget tanultam tőle. Jól vissza tudja adni, hogy számunkra mi a praktikus húsz évesen erre a tudásra is szükségem van. Sokan mondják ismeretlenül, hogy te vak vagy. Van egy olyan újság, hogy a vakok világa. Érzelmileg nekem ez elég nyersnek tűnik, mennyivel másképp hangzana a nem látó titulus. Akik ebben a helyzetben vannak, azok inkább azt mondják, nem látok. Minden helyzethez emberséggel kell hozzáállni, ez a az egésznek. Minden életkoromnak megvolt a maga barátnője. A gimiben Betty, aki teljesen jól látó volt. Vele olyanok voltunk, mintha testvérek lettünk volna. A mostani barátnőmet egy gyülekezetben ismertem meg. Azután meg sokat beszélgettünk. Több embert ismertem meg a vercsen keresztül is. Nagyon jó ez a közösség. Még ha változnak is időnként a tanulók. Mindig van, akivel el tudok beszélgetni, és ráadásul még kíváncsiak is vagyunk egymásra, ami önmagunk alakulásának a szempontjából mindegyikünknek fontos. Ha valahonnan elmegy az ember, óhatatlanul leépülnek a kapcsolatok. Ez nem jó, de talán törvényszerű. Szép emlékekként maradnak meg, azzal a reménnyel, hogy azért számíthatunk egymásra. Ki a barát, akivel nap mint nap együtt lehet az ember, vagy aki ez évente egyszer elmegy? Barátokra nekünk sincs jobban szükségünk, mint a látóknak, de figyelmes, segítőkész emberekre a helyzetünknél fogva igen. Én még nem tudom jól megfogalmazni azt, hogy mi a barátság. A Bibliában van egy idézet, amely megragadta a figyelmemet. A tartalmát tekintve így szól. A barátok egymás mellett vannak, de baj esetén testvérek kíválnak. Ha sok barátja van valakinek, akkor az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. A nagynénikém teljesen kivoltakadva, amikor azt mondtam, hogy nézem a tévét. A kép az ugye az agyban keretkezik. Mi nem látunk, de hallunk, és ehhez az érzékeléshez is elengedhetetlenül fontos az agy. Ez az én tudományos válaszom a kérdésre. Azt szoktam mondani, hogy nekem a legjobb, mert olyan a képem, amilyen én akarok. Lehet akár háromdimenziós is, színes, minden úgy néz ki benne, hogy én akarom. Nem szemcsés, és sohasem romlik el. Én így fogom fel ezt. Ami az álmaimat illeti, azok megfelelnek a valóságban látottaknak. Képekkel szoktam álmodni, mert van vizuális emlékem. Úgy tudom elképzelni, hogy akik születésüktől fogva nem látnak, azok is a mindennapjaikat álmodják, csak a kép helyett hangok jelzik vissza számukra a történéseket kinek milyen lehetősége van rá, úgy tudja a sajátos belső világát megélni. Az információ, ha más utakon is, de összeadódik, és ez alapján jön létre a sajátságos kép. Többször előfordult, hogy álmomban jobban láttam, mint a valóságban. Ennek az lehetett az oka, hogy volt egy képemlékem jól látó koromból, és ez került bele az álmomba. Annál viszont sohasem láttam jobban álmomban, mint a valóságban. Mindebből adódik az is, hogy álmomban még nem voltam vak. Én azt a címet adnám ennek a beszélgetésnek, hogy szép az élet, ha élni tudsz vele. Pontosan azért, mert úgy látom az életemet, hogy minden a helyén van, és sikereim is vannak. Tudom azt, hogy Isten mindig velem van, és akkor szép az élet, ha az ember belülről szépnek tudja látni, akár használni tudja a szemét, akár nem. Belső látása ugyanis mindenkinek van nem szeretnék újra látni. Dudás Imre, 22 éves. Elsősorban azokra az eseményekre emlékszem, amelyek a közlekedésem során adódtak. Az iskolából hazafelé vezető útra és a lakás környékére, színeire és formáira. Arcokat viszont sohasem láttam. Az embereket a hajukról, a ruhájukról ismertem fel. Amit valaha láthattam, az mind megvan az emlékezetemben, fel tudom idézni. Ha új helyre megyek, kialakul bennem egy kép róla, de addig ismeretlen tárgyak képe is meg tud jelenni a képzeletemben. Nálam a kezem jelenti a videókamerát. Szeretem tudni, hogy a közvetlen környezetemben milyen tárgyak vannak. Érdekes volt megfigyelnem, hogy az elsőre kialakult benyomásom egy-egy tárgyról később változik. Mihelyt jobban megismerek például egy bútort, más lesz a hangulata. A látásom elvesztése mindenképpen egy folyamat része, vagy inkább végállomása volt. A szüleimnek ugyanaz a szembetegségük van, mind a hárman másak vagyunk. Szüleim már nem láthatták az arcomat, én még igen. Az biztos, hogy egyszerre sohasem volt jó mind a két szemem. Nem adatott meg a számomra az, hogy megismerhessem a két szemmel látás élményét. Úgy gondolom, talán állandóan ott volt a tudatomban, hogy elfogok fogok jutni a nem látás állapotába. Talán a szüleim által rögzültet belém. Igazából elfogadtam a várható fejleményeket, nem lázadtam a sorsom ellen. Minden emberben van életösztön, mindenki szereti az életét, így vagyok ezzel én is. Elítélem azt a nem látót, aki azért nem vállal gyerekeket, mert ha a gyereke sem látna, milyen szörnyű lenne az neki. Nekem nem szörnyű. Nekem semmi bajom a nem látásommal. Igaz, könnyen beszélek, mert mind a két szememet kivették már. A műszem nem zavar, sőt, sokan azt mondják, hogy sokkal szebb, mint amilyen az eredeti volt. Egy glaukómás szem bizony eléggé bizarr látványt nyújthat, ha nagyon magas benne a szemnyomás. Az egyik szememet egy baleset miatt kellett eltávolítani. Ekkor kezdődött óriási változás az életemben. Lassan a másik szememre is elveszítettem a látásomat, és mindig féltem attól, hogy neki megyek valaminek. A szemem nem fájt, de ekkor már középiskolás voltam, látókkal tanultam együtt. Igazából nem tetszettem magamnak. Iszonyúan rondán nézhetett ki a kidudorodó szemem. Nem akartam ilyen külsővel odajárni. Valahogy zavart, pedig nem bántottak miatta. Ezért vetettem ki, vállalva azt, hogy ettől kezdve már csak két műanyag darab lesz a szemeim helyén. Az első szememet 13 éves korom körül vették ki, utána nem jártam szemorvoshoz. Kellett volna, de én szemcseppet sem használtam. Nyűgnek éreztem a csepegtetést, még szőrűek között is. Utólag sem tartom felelőtlenségnek, amit és ahogyan tettem. Ma sem csinálnám másképpen. Igazi esélyem nem volt a nemlátással szemben. Felszoktam tenni magamnak a kérdést, vállalnám-e azt, hogy egy beavatkozás után újra láthassak. Mindig arra lyukadok ki, hogy nem szeretnék újra látni. Egyszerűen azért nem, mert százszázalékosan megtanultam a nemlátással élni. Nem érzem magam hátrányos helyzetűnek a többi emberrel szemben. Megfelelően el tudom látni magam. A nemlátás annyi mindent adott nekem az életemben, gondolkodásban, mentalitásban, annyira befolyásolta és meghatározta a kialakulásomat, hogy félnék attól, ha ezt elveszíthetném. Mindenféleképpen megváltoznék, átalakulnék, ha újból láthatnék. A másik talán meglepő, de így van, újból meg kellene tanulnom élni, és ezt sem szeretném. Igen, csak iszonyú emlékeim vannak általános iskolás koromból. Felmerült egy-két diáktársamban és tanáromban is, hogy éret vagyok-e a középiskolai tanulmányokra, van-e helyem a látók között. Talán az lehetett a bölcsességük alapja, hogy mindig volt humorom, és az öniróniával sem álltam hadilában. Akármilyen helyzetben meg tudtam mondani a véleményemet, ráadásul meg is tudtam védeni. Már akkor is megpróbáltam érvekkel alátámasztani a gondolataimat. De bizonyos dolgokat nem vagyok képes megtanulni. Ilyen volt az angol is, pedig erre a szakmához égető szükségem lenne. A szakmai részét egyébként értem. Egy számítástechnikai szövegen el tudok igazodni, ami kell, azt megérteném belőle. Na viszont azt kérnék, hogy fordítsam le, az már nem menne. A vakok általános iskolájába jártam, és a mi osztályunk ketté szakadt az angolul jól és kevésbé jól tudókra. Nem ecetelem, hogy melyik csapatot erősítettem, máskülönben nem értek egyet semmilyen megkülönböztetéssel. Általában a jobb tanulók közé számítottam. Ott kezdődött a galiba, hogy a rossz angolosok közé betettek egy jót. Ettől a diáktársamtól, meg a tanárunktól is állandóan a lekicsinlésünket hallhattuk. Ez különösen a tanártól volt furcsa. Amikor az óra vége után bejött az osztály másik fele, akik szintén angolosok voltak, csak jobbak nálunk, ami kedves eminens angolosunk közröhelyi tárgyává tett, amit gyerek lévén roppant rossz néven vettem. Engem nem, de az illetőt alkalmasnak tartották az életre. Az, hogy milyen emberek vagyunk, persze kit érdekelt. Tavaly volt osztálytalálkozunk, ahol kiderült, hogy én sokkal magasabb szintre jutottam el az illetőnél, Akiket annak idején tartottak valamire az osztályból, azok közül rajtam kívül senki sem volt képes beilleszkedni a látó középiskolai osztályba. Nem tudtak magukkal mit kezdeni, de hozzáteszem, nem biztos, hogy az ő hibájukból. Az integráció akkor lehet valamelyest sikeres, ha a nem látók az első években speciális intézményben tanulnak. Később meg lehet próbálni integrálódni, de a siker az egyéntől függ. Nem lehet általános érvényűen nyilatkozni. Az osztálytalálkozón többször felálltam és kimentem. Az egykori jó angolos csoporttársunk az életfilozófiáról beszélt elkeseredetten. Amin én kiakadtam, az az volt, hogy szerintem érlegelni kellene ráadásul tudományosan, hogy kiszülethessen meg. Kritérium lehetne a várható szépsége, a tűrő és teljesítő képessége, ráadásul az agyi funkciók is fontosak lennének aki ezeknek az igényeknek nem volna képes legalább 90%-ig megfelelni, azt ki kellene, ezt nem hallgattam végig. Talán fölösleges mondanom, hogy szerinte ő az élők sorába tartozna. Egy ember élete csak a halálával teljesedik kerekké, csak akkor derülhet ki, hogy mit tudott kezdeni az életével. Az ember az utolsó pillanatáig fejlődhet, mert remélem, hogy ő is fog még. Aki előre megmerné mondani, ki születhessen meg és ki ne, az nem ember. Ő lenne az első, aki fennakadna a saját szűrőjén. Az általánosban mindegyikünknek volt egy abakuszunk, ami nem más, mint egy golyós számoló. Nem emlékezem már, kinek az ötlete volt, de unalmas órákon az abakusz segítségével brejben kezdtünk el levelezni. Roppant jó volt, csak elég lassú, mivel alig pár betűt lehetett felírni a számolásra használt eszközre. Ebből jöttem rá arra, hogy minden, ami nem átlagos, az valahol őrültségnek tűnik. Nekem nem volt sok barátnőm, mert én sokáig tudok szeretni egy lányt. Az eddigiek a közvetlen környezetemből adódtak. A viselkedésük, a gondolkodás módjuk, vagy éppen a magányosságuk hívta fel a figyelmemet rájuk. Az általános suliban egy a magányossága miatt sebezhetőnek tűnő lányra figyeltem fel, és kiálltam mellette elfogadta, bár úgy igazából sohasem lett ebből semmi. A lány érettebb volt a hasonló korú társainál és a mi közösségünknél is. Aki nem lát és értelmes, általában fejlettebb a saját korosztályánál. Ez azért van így, mert a helyzetéből adódóan hamarabb érik a gondolkodás módja. Nem mondom azt, hogy a lány okos volt, mert nem volt az, de rossz tanuló azért volt, mert a családi helyzete nem adott okot irígylésre. Mindenki letorkolta, én meg elkezdtem vele beszélgetni. Megismertem és rájöttem, hogy emberidegés, ami a gondolkodást illeti, jóval fölöttünk áll. Mellesleg említem meg, hogy az osztálytalálkozóra meg sem hívták. Talán hatodikos koromtól már egyedül mentem haza a Zsuliból, és mindig megvártam, amíg a lányért jönnek. Addig legalább jót beszélgethettünk. Nem mondott marhaságokat. Igazából nem szerelem volt ez, lehet, hogy még annál is több emberség diktált a kapcsolat. A szerelem mellett mindenféleképpen barátságnak is kell lennie, mert különben a dolog nem működik. Addig nem tudok szerelmes lenni, amíg meg nem ismerem a másikat, mert a saját megítélésem alapján számomra kell értékesnek lennie, mint embernek. Csak így lehet valaki beszerelmes az ember, vagy szeretheti meg. De rám is hatott a tömegpszichózis. Szégyelni kezdtem, hogy foglalkozom a lányjal. Ma már bánom, már más a mentalitásom. Ő akkor élettebb volt nálam, és ezzel tisztában is lehetett. Felnőttként nem találkoztunk többé. Amikor feltették a kérdést, hogy hová szeretnék jelentkezni tovább tanulni, számomra a válasz teljesen egyértelmű volt. Bár az általánosban messze nem én voltam a legjobb számítástechnikából, mint a mellett ötös voltam belőle. Ezt éreztem közelállónak magamhoz, és szerencsére bejött. A Naiman János számítástechnikai szakközépiskolába jelentkeztem hozzátartozik az igazsághoz, felvételi csak azért volt, hogy magunknak bebizonyítsuk, odavalók vagyunk. Réges-régen eldőlt ugyanis, hogy ha nem látó jelentkezik, azt automatikusan felveszik. Nem akarom bántani az általános iskolát, de a színvonala eléggé alacsony. Engem több képesítés nélküli tanár is tanított. Nem is minden óra szólt igazán arról, amiről szólnia kellett volna. Ezért jó, hogy a tovább tanulás lehetőségét megadják, de ott már el kellene várni a teljesítményt is. Ez a mi hármunk esetében, akik oda jelentkeztünk, meg is történt. Azért kell követelni a nem látótól, mert mit ér, ha van papírja a szakmáról, csak éppen mégsem ért hozzá. Így ma már nem kaphat munkát. Mi akkoriban csak gyenge alapokkal léphettünk ki a suli kapuján. Lehet, hogy azóta változott a helyzet, de nem sokat. Én az általános iskolában négyesötös voltam matematikából, de a középiskolában az is nagyon kevésnek bizonyult. Ott már tanulni kellett, méghozzá komolyan, és így is csak kettes-hármas eredményre voltam képes. Előfordult, hogy a kettesért is küzdenem kellett. Másodiktól volt egy jó matek tanárunk, aki eleinte segített abban, hogy hasonló eséllyel tanulhassunk, készülhessünk az óráira, de később lanyhult a buzgalma. Szerintem pedig, ha az iskola vállalja a tanításunkat, mi pedig azért járunk oda, hogy tanuljunk, akkor a tanároknak meg kellene adniuk az alapvető segítséget ahhoz, hogy kisebb legyen a hátrányunk a nemlátásunk miatt. A tanárok általában ugyanazt várták el tőlünk, mint a látóosztálytársainktól. Persze tanára válogatta. A számítástechnikai eszközökkel jól felszerelt iskolában külön terem volt számunkra, speciális kiegészítőkkel, mint például a beszéd szintetizáló. Plusz óra számként betettek két programozást gyakorlatot. Azt nem várhatták el tőlünk, hogy fizikából vagy éppen matekból ábrákat magyarázzunk a táblánál, meg érthető módon a munkáink külalakját sem voltunk képesek úgy kivitelezni, ahogyan elvárták volna. Volt arra is példa, hogy a bizalom jegyében úgy adtak fel dolgozatot, hogy otthon írhatjuk meg. Nagyon bízom benne, hogy a másik két osztálytársam is olyan tisztességesen írta meg, ahogyan én. Úgy érzem, nem éltünk vissza az ehhez hasonló lehetőségekkel. Szóban alkalmatlan voltam a felelésre, azért, mert néhány diákról éreztem, hogy különbséget lát köztem és a látótársaim között, és ez zavart. Az osztálytársaimhoz fűződő viszonyom változatos volt. Van, akihez még ma is jó barátság fűz, de volt, aki, amikor elment az asztalunk előtt, a földre köpött. Ezért mondtam az integrációra, hogy egyedi és eseti. Kijelenthetem, hogy tisztességes tanulással nem látóként is megállhatja az ember a látók között a helyét. Messze nem mi voltunk a legrosszabb tanulók az osztályban. Az érettségi kor dicséretet is kaptunk. Négyünket emeltek ki technikából, ebből ketten nem láttunk. Az érettségiztető tanárnak viszont kételjei voltak, hogy tényleg értenek-e a vakok hozzá. Erről csak jóval később szerezhettem tudomást. A mi szakmai vizsgánk csak egy nagyon igényes szakmai beszélgetést jelentett, amelynek során meghökkentettük a vizsgáztatókat. A kihúzott tételemet eredeti gondolatmenettel adtam elő, és a véleményemet meg tudtam védeni. Tetszett nekik, jól elbeszélgettünk. Szívesen maradtam volna velük tovább is, de mások is vizsgázni akartak. Én nem látok nagy jövőt a számítógép előtt akkor, ha a jelenlegi irányzat marad. Az üzlet felé megy el az egész. Ezért néha kedvetlennek érzem magam a szakmámban. Már nem rajongok érte annyira, mint kezdetben. Rendkívül jó benne viszont, hogy megtanít gondolkodni. Ez a gondolkodásmód jó irányba viszi az emberi elmét, de csak akkor, ha munkára és nem játékra használjuk a számítógépet. A szerkezete és a működése is érdekelt, talán ezért tetszett meg a szakma. Ma már szeretem kikapcsolni a számítógépet, persze azért bekapcsolni is jó. Lassan úgy vagyok vele, mint a susztera cipőjével. Zenei szerkesztéshez szoktam leginkább használni, de az inkább szórakozás már a eszközzé vált számomra a számítógépem, valószínűleg nélkülözhetetlenné. A budapesti kézműves kamarában dolgozom, mint számítógép technikus mindenes. Hárman vagyunk az osztályon, de a munka dandáriát tulajdonképpen egyedül végzem. Rengeteget kell túlórázni, máskor meglógatom a lábam. Ha bejön egy meló, akár két nap alatt is be kell fejeznem, ha törik, ha szakad. Idegileg sokszor teljesen kifáradva térek haza, rendszerkiépítés, szoftverírás és minden egyéb hozzám tartozik. Egy személyes vállalatként működöm. Az örökös fejlesztéseket, esetleg visszafejlesztéseket kissé nehezen tudom követni. A nem látás ténye nem zavar a munkámban. Ha kell, van segítségem, ami talán más esetben is meg lenne. Amit a nem folytán nem tudok elvégezni, olyat nem is várnak el tőlem. Mostanában fejlesztik ki például a grafikus megoldású programokat. Ezekhez feltétlenül látni kell. A képernyőolvasó programok sem nyújtanak teljes körű információt. A középiskolai éveimet egy lány emléke kíséri végig, akivel a mai napig is tartom a barátságot. Elsős voltam, alig két hét hetettel, amikor egyik reggel, mint mindig, metróval utaztam az őrsvezértérre, hogy onnan trollival menjek tovább az iskolába. Egy osztálytársam rám köszönt, ettől rossz irányba kerülhettem ki valamit, és beleestem a metró gödörbe. Ezután útvonalat változtattam, jól, mert egyből összefutottam az egyik osztálytársnőmmel. Beszélgettünk, és egy aranyos, kedves lányt ismerhettem meg a személyében. A nemlátásom igazából nem zavarta. Szerény, szégyenlős fiú voltam, akinek nagy a szája, meg tudja védeni magát, de rohadtul nem értettem a nőkhöz. Csak a szexért nem ismerkedem. Ha belefér, akkor belefér. Nálam az emberi oldal az első, csak azután jöhet a testi kapcsolat, fordítva semmi értelme. Minden esetre lett egy társam, egy lány, akivel jól megvoltunk. Rövidesen rájöttem, hogy szeretem. Teltek a hónapok, szép volt a lelkemnek az ősz és a tél is. A kapcsolattartásunk igazából az iskolán kívülre korlátozódott. Bár nyíltan nem került szóba közöttünk, mégis érzem, hogy mi lehetett ennek az oka. Az osztálytársaink közül egyesek eléggé rossz szemmel néztek bennünket, vakokat. Úgy gondolom, a többiek meg átvették ezt, mert nem mertek vagy nem akartak a társaikkal ellentétbe kerülni. A lány nyíltan nem merte vállalni a baráti kapcsolatunkat. Magában azonban másképpen gondolta, mint az a későbbiekben kiderült. Amikor nyíltá akartam tenni a találkozásunkat, legalább az utcán, akkor hónapokig elkerült, sőt, még a suliban sem beszéltünk egymással. Rosszul esett, azt hiszem, teljes joggal. Addig morgolódtam magamban, amíg rá nem jöttem, hogy ne legyek már olyan rátarti. Újra kezdeményeztem, és utána szinte minden nap együtt mentünk a suliba, és gyakran jöttünk el együtt. Ebből a kapcsolatban már minden belefért. Az iskolán belül számítógépes levelezést folytattunk, ez volt az egyik jó lehetőségünk. Később a lány rossz társaságba került, lazáber erkölcsű lett. Korán sem szélsőségesen férfi falu, de már lazáber volt, mint én. Nem tudtam elfogadni a hülyeségét, pedig ő el tudta fogadni az enyémet. Ezért veszítettem el, mint barátnőt. Óriási fájdalom volt. Valahol még ma is szerethetjük egymást. Telefonon tartjuk a kapcsolatot. Úgy érzem, ebből még bármi lehet. Olyan a kapcsolatunk, mint egy alvó vulkán. Bármikor kitörhet, és megindul a láva ária. Nehezen tudtam megemészteni a történteket, de azért tovább léptem, és találtam magamnak egy lányt, akivel hasonló beállítottságúak voltunk. Ment a szekérem, döcögött. Vagy az út, vagy a szekér kereke volt rossz. Mindegy, ez már úgyis a múlté. Csapkodtak a fejem felett a hullámhegyek, meg a völgyek. Aztán felhívtam az új barátnőmet, meg akartam mondani neki, hogy most már komolyan szeretném folytatni vele a kapcsolatot. A telefon túlsó végéről azonban azt a megdöbbentő hírt hallhattam, hogy a lány autóba eset következtében elhunyt. Igazából nincs hely manapság sem, ahol ismerkedési célra össze lehetne jönni, látóbarátaimmal beszélgettünk erről. Ők is azt hallják, hogy diszkóba jó érzésű ember nem megy be. Mi, akiknek ennél több kell, a munkánk meg a hobbing után mehetünk haza, és konzerválódik a magányosságunk. A középiskolában sok barátom lett. Túlnyomó részt diáktársak, de több volt tanárom is barátommá vált. Ha együtt vagyunk, leülünk a poharak mellé, és beszélgetések végtelen sora kezdődik. Meg akarjuk váltani a világot, és arra az időre, amíg beszélgetünk, meg is váltjuk. A mai napig minden iskolai kirándulásra meghívnak, ezzel mindent megmondtam, azt hiszem. Ha nem mennék, megsértődnének. A kirándulásokon láthatják velem a környezetet, sőt, a cseppkőbarlangban megtapogathattam a falakat, és még a képződményekhez is hozzáérhettem, hogy fogalmam legyen a cseppkő formájáról. A táborozásokon megvárnak a paprikás krumplival. Még akkor is, ha netán csak a harmadik napon tudok lemenni. A közös múzeumi látogatásainkon elmesélik a festményeket, vagy a kiállított érdekesebb látni valók lényegét. A lovaglásból, tekézésből, lövészetből sem kellett kimaradnom, mert vannak, akik fontosnak, egyben természetesnek tartják, hogy az én életemhez is ugyanúgy hozzátartozik az ilyesmi, mint bárki máséhoz. A sakkozás sem ismeretlen a számomra. Van egy jó partnerem, igaz, a sakkolimpiára nem akarok kijutni. Ezeket a barátságokat az alapozhatta meg, hogy diákként nyitott voltam. Nem majd résztem, ha ellent kellett mondanom. Meg tudtam védeni az álláspontomat. Megálltam a helyem az iskolában, meg az életben is. Nálam nincs kategória. Matatek Judit, 23 éves. A mai napig is Mihályfai lakosnak tartom magam. Zala és Veszprém megye határán fekszik kis falum, Sümegtől pár kilométerre. Szüleim ott éltek. Megszületésem után másfél évvel a bal szememre elveszítettem a látásomat, mert a retinámon kifejlődött egy daganat. Négy éves koromra a jobb szememet is elérte a végzetes sejtburjánzás, és emiatt ezt a szememet is el kellett távolítani. Érdekes módon derült ki, hogy valami nincs rendben a szememmel. A családunknak volt egy jó barátja, aki nagy buzgalommal fotózott. Ő említette meg a szüleimnek, hogy nem úgy tükröződik a fény a szememben, ahogyan kellene. Talán valami gond lehet Judit szemével. Vidéken azonban úgy van, hogy amíg nem ég a ház, addig nem érdekes. Látszólag nem volt semmi baja a szememnek, nem is vittek el az orvoshoz. A második szemműtétem előtt meséltek először a szüleim arról a fényképről, amelyen látható volt a szemem árulkodó fénytelensége. Akkor született meg az öcsém, aki teljesen jól lát. Ezt azért említem, mert sokszor nem mernek újabb gyermeket vállalni a szülők, ha az első lurkóval probléma adódott. Szüleink sose különbséget köztünk. Talán rám egy kicsivel több figyelmet fordítottak, mint az öcsémre. Alig lehettem több tíz évesnél, amikor megtanítottak a kerti munka alapjaira. Segítettem a kertben gyomlálni, a házban mostan, főztem és takarítottam, amíg a szüleim a munkahelyükön dolgoztak. Anyukám gyakran mondta az öcsémnek, «Nézd a nővérednek, még mindig tiszta a ruhája, de neked már négyet kellett cserélni!» Pontosan emlékszem egy képsorra, amely az utolsó volt az életemben. Már a kórház műtőjében voltam, hogy kivegyék a jobb szememet is – Nálam volt a Dömötör című gyermek újság. Mondtam is az orvosnak, hogy nézze csak meg, én jól látom ezt az újságot. Engem nem kell megoperálni. Amikor a műtét után felébredtem, akkor meg arra emlékszem, hogy borzasztóan féltem, mert egyedül voltam a kórteremben. Ebből a félszből egy nagyon kedves hangrántott vissza a valóságba, és attól fogva igazából meg is barátkoztam a megváltozott helyzetemmel. A kisgyerekek szerintem jóval könnyebben viselik el a tragikus helyzetet, mint a felnőttek. A meleg hang egy kedves nővéré volt. Hogy mit mondott, arra már nem emlékszem, de együttérzés volt a hangjában. Megmutatta, milyen módon teremthetek kapcsolatot az emberekkel. Úgy is mondhatnám, hogy biztonságérzetet kaptam tőle, és már nem féltem a sötéttől. A szüleimen külsőleg nem látszott a bekövetkezett tragédia hatása, azt azonban megtapasztaltam, hogy magukban rettenetesen őrlődtek, később a lelki bánatukat alkoholba folytották. Teljesen úgy kezeltek, mint egy látógyermeket. A falubeli játszópajtásaimnál azonban változást idézett elő a nem látásom. Az utolsó műtétem előtt egy évet járhattam óvodába, ahol szintén sok barátra leltem. Azután egyszer csak mindenki eltűnt mellőlem. A szomszéd gyerekek is hamarosan elmaradtak, Szerintem a szülők hibájából. Azért, mert nem tudták megfelelően kezelni az új helyzetet. A változást ezen a téren öcsémnek és barátainak köszönhetem. Jöttek homokozni, majd később focizni, és engem is bevontak a játékukba. Az, hogy én is fociztam, mint kapus, természetes volt számunkra. Mi, gyerekek, meg tudtuk oldani azt a feladatot, amire a felnőttek képtelenek voltak. Igazából azért sem válhattam magányossá, mert hamar felkerültem Budapestre, a vakok általános iskolájába. Nem volt könnyű az intézetet megszokni. Borzasztó volt, egyszerűen mindentől féltem, a trollitól kezdve az intézeti szagokig. Élénken megmaradt bennem az udvar és az épület füstös szaga. Azért is nehéz volt az elején, mert otthon bármikor kirohanhattam az udvarra, játszhattam a kutyával, vagy kergethettem a tyúkokat. Itt Pesten csak a tilalmak voltak. Nagyon nehéz volt megszoknom az intézeti lakást, és az is rossz volt, hogy hetente csak egyszer mehettem haza. Amikor rubeolás lettem, és nem mehettem a pesti rokonokhoz, majdnem megőrültem, még nyugtatót is kaptam. Öt nap után egészen egyszerűen kezdtem bedilizni. Teljesen magambaroskadtam, hisztisztem, vertem az ajtót, és közben ordítottam. Fertőző betegségem miatt egyedül kellett lennem a gyengélkedőn. Viszonylag hamar barátokra találtam a suliban, mert szerencsére könnyen barátkozom. Addigra tulajdonképpen már vakgyerekké váltam. A kicsik hamar megszokják a változást, még akkor is, ha rossz nekik. Mindannyian természetesnek vettük, hogy nem látunk. Közvetlenek voltunk egymáshoz, ezért az alkalmazkodással sem volt problémánk. Nagyon szerettünk az intézeten belül bújócskázni. Ez nálunk külön szám. A vak elől ugyanis egy jól behatárolható területen nagyon nehéz elbújni. Meghatározzuk azt, hogy például csak a folyosón lehet elrejtőzni. A hunyó elindul megkeresni a többieket. Persze nem kukkant be minden ficakba, hanem körbehallgatózik, hogy hol szuszog valaki, és nagyon figyel a mozdulatok árulkodó neszére is. Szerintem nagyon jó ez a játék, mert kifinomultá teszi a hallásunkat. Ha valaki el akar szaladni, a futás zaja árulja el. Teljesen normális szórakozás a fogócska és a vakok között. Egy-két fának nekirohantunk az udvaron, ha éppen ott játszottunk, de ez bőven belefér a játék hevébe. A labda formáját nagyon kedveltem, ezért volt otthon labdám állandóan pattogtattam, de nagy baj volt, ha elgurult, mert nem hallottam meg, hogy hová. Érdekes volt az is, hogy a bátyámmal mindig házat építettünk. Az ő autója szállította a babáimat. Ez a játék folyt a házban, az udvaron és az istállóban is. Székekkel és plédekkel teremtettük meg a magunk játékvilágát. Otthon sose volt az az érzésem, hogy eltévedtem, ha egy kicsit letértem az útról. Tudtam, hogy visszatalálok. Az a tág mozgástér nagyon hasznos volt számomra, mert folyamatosan lehetőségem volt az önálló közlekedést megtanulni. A tájékozódási képesség kialakulásában jelentős szerepe lehet a szülőknek és a testvéreknek is. Annak, hogy mennyire hagyják önállóan érvényesülni a nem látót, hogy mennyire fogadják el, mint szuverén személyt, fontos szerepe lesz a későbbiekben. Nem jó, ha dudújgatják a csetlőbotlót, de ha ráadásul az anyuka folyton a szoknyája mellett akarja tartani a gyermekét, a bolt tiszta csőd lesz. A nagypapám, ha takarmányt akart vásárolni az állatoknak, mindig elvit magával a malomba. Útközben gyakran fogott nekem egeret. Anyukám hősiesen próbált védeni a magtárak szürke eminenciásával szemben, s gyakran hallottam, öreg, ne adjál egeret a gyerek kezébe, mert még megijed. Én meg imádtam megérinteni a kis cincogókat, de még a békát is megsimogattam. A közvetlen érintésen alapuló megtapasztalás pótolja leginkább a látás hiányát. Mivel mi nem látunk, ezért számunkra nem lehet egy állat ronda vagy szép. A kéz érintése fogja eldönteni, hogy megszeretjük-e azt a kis állatot vagy sem. Mivel négy éves koromig láttam, ezért nem igazán kérdezősködtem a külvilág látványa felől a minden évben megújuló természetet, a virágokat és a növényeket pedig könnyen meg lehetett érteni. Számomra már az iskolában sem volt fontos, hogy néz ki a tanárok arca. Az arc formája és a kifejezése, ha áttételesen is, de kiérezhető a másik ember hangjából és mozdulataiból. Nagyon jól fel lehet ismerni azt is, hogyan viszonyul az illető az élethez és másokhoz. Szerettem a tanáraimat és a nevelőimet. Gyakran megöleltek, a nevelőktől puszit is kaptam. Megengedték, hogy a kezünkkel megnézzük a hajukat és a ruhájukat. Ez teljesen normális a vakok iskolájában. A szüleimet persze nem tudták pótolni a tanárok, de jó barátaimnak tartottam őket. A vakodában töltött tíz év szuper volt a lehetőségekhez képest szabadon tudtam mozogni, a tanárok maximálisan segítettek mindenben. Abban is, hogy minél jobban megismerjük a világot, és azt is fontosnak tartották, hogy eljussunk különböző helyekre, talán többre is, mint a látó gyerekek. Sokat kirándultunk, még cseppkőbarlangban is voltunk, hogy megtapasztaljuk a légkörét. A sok utazás mellett a kenuzás és a lovaglás sem maradt ki az életünkből. A kenuzással kapcsolatban van egy csodálatos, felejthetetlen emlékem. Talán hetedikes lehettem, amikor elmentünk egy kenus táborba, Duna Többen voltunk vakok és gyengénlátók, na meg tanárok és egy sportoktató is. Egyik vaktársammal beültettek egy kétszemélyes kenuba, és azt mondták, hogy a két sziget között keljünk át. Attól a tudattól, hogy mindenki bízik bennünk, és nekünk is bíznunk kell magunkban, bíztunk is, a dolog maga volt a tökély. Felhőtlen szabadságban neveztünk a barátnőmmel a vizén. Mit érdemes vakon megtenni? Csak ha próbálkozunk, akkor jövünk rá, hogy sokkal, de sokkal többet véghez tudunk vinni, mint azt bárki gondolná. Ha valaminek a kipróbálása nem jár túl nagy veszéllyel, akkor azt meg kell tenni az élmény és a siker is minket fog gazdagítani. A kirándulásokon nem volt gond, ha egyedül akartunk menni, akár a csapat élén, akár ha éppen hátul kullogtunk. Árgus szemekkel figyeltek a felnőttek, de ha felbuktunk egy kőben, az számunkra természetes volt. Meg is tanultunk ügyesen esni. Nem közismert az a tény, hogy a kirándulásokon nem viszünk magunkkal fehérbotot. Tíz éves koromtól jártam egy katolikus közösségbe, ahol én voltam az egyedüli nem látó gyerek. Befogadtak, és nagyon jól éreztem magam közöttük. Sokat kirándultunk, hátizsákkal, sátorral, táborról táborra vándoroltunk, kondérunk volt, állandóan ropogott alatta a tűz. Volt tehát egy alapélményem, ami kisé növelte ingatag önbizalmamat. Matematika tagozatos osztályba jelentkeztem a gimnáziumba, E tárgy szeretetét elsősorban az általános iskolai tanáraimnak köszönhetem. Az idegen nyelvekkel nem, de a többi tárgyal kivoltam békülve. Sajnos a mai napig sem tudok hatékonyan idegen nyelvet tanulni, pedig egyre nagyobb szükség lenne rá a mai világban. Persze azért próbálkozom. Az első évem a József Attila Gimnáziumban az valami iszonyú volt. Az ősz folyamán sorozatban kaptam az egyeseket. De ehhez azt is tudni kell, hogy volt, amit a vakok általános iskolájában alig tanítottak meg nekünk. Ilyen volt a geometria is. Amikor már fel akartam adni a geometria tanulását, a tanárom azt mondta, legyen kitartásod. Leült velem tanulni, és ennek köszönhetően négyessel végeztem a gimnáziumot matekból. Nem biztos, hogy mindig reálisak voltak a jegyeim, de valószínű, hogy a szorgalmomat is értékelték. Nagyon megszerettem a térgeometriát, amit pedig sok vak nem tud, vagy nem akar megtanulni. Annyira lelkes volt a tanárom, hogy hurkapálcikából, fóliából és amiből csak lehetett szemléltető eszközöket készített nekünk. Tudom, hogy sok vakot felmentenek e tárgy tanulása alól, sőt egyesek ezt kérik is, de én ezt nagyon rossz szemmel nézem. Mert igenis, egy vak képes megtanulni a matekot, ha akarja. A másik tárgy, amiből felszoktak menteni minket, a rajz, de én nem mentettem fel magam az alól sem. A művészet történet és a rajz egy tárgy. Annyira fantasztikus volt a tanárom, hogyha egy viszonylag könnyen megvalósítható munkát kellett elkészíteni, akkor bevont bennünket. Kivágtunk egy formát papírból, és azt rá kellett ragasztani egy lapra, majd egy festékes hengerrel belenyomtuk a másik papírba, ami egy kicsit más színű lett. Örök dilemma a testnevelés alól való felmentés is, ami sokszor teljesen automatikus. Én az általános iskolában futottam, távolugrottam és kislabdát dobtam. Minden követ megmozgattam az ügy érdekében, és annyit elértem, hogy az igazgató végül azt mondta, ha a tanárod vállalja, akkor lehet róla szó. A tanár vállalta, mondván, hogy majd meglátjuk, mire leszek képes. Ment a gimnasztika, sőt, még a távolugrás és a futás is és volt olyan osztálytársam, akinél nagyobbat ugrottam. Mindezek ellenére osztályzatot évvégén mégsem kaptam. Nem is jártam tovább testnevelés órára. A magam lehetőségeihez képest azért továbbra is gondot fordítottam a testmozgásra, mert erre mindenkinek nagy szüksége van. Elmondhatom, hogy nagyon szerencsés voltam, mert a tanáraim szinte kivétel nélkül megértették a helyzetemet, volt olyan tanárom, aki megtanulta a brejt, és így olvast el a dolgozatomat. Nagyon vártam azt, hogy látó gyerekek közé járjak iskolába, de azt sajnáltam, hogy el kell válnom a régi osztálytársaimtól, akikkel tíz éven keresztül szinte éjjel-nappal együtt voltam. Bíztam abban, hogy a gimnáziumban is olyan jó fejek lesznek a gyerekek, mint amilyenek az általános iskolában voltak, de nem így történt. Nem sikerült beilleszkednem az osztályközösségbe, mert igazából nem is volt. Nagyon jó emberek jártak oda, de annyira más volt mindenki, ezért nem találtuk meg a közös nevezőt. Úgy gondolom, engem senki sem utált. Ha megkértem valakit, akkor segített, de maguktól nem nagyon. Az első hónapokban volt egy abszolút negatív élményem. Még nem tudtam az épületben megfelelően tájékozódni, és mindig más tanteremben volt a következő óra. Az osztályfőnökünk megkérte a tanáraimat, hogy ilyenkor legyenek a segítségemre. Egyszer meghallottam, hogy a lányok között elhangzik. Most te segítsél neki, mert a múltkor én segítettem. Ezek után már nem is fogadtam el a segítségüket. Többet ilyet nem hallottam tőlük. Lehet, hogy nem szívesen segítettek, de azért oda jöttek hozzám. Meglepődtem, amikor egy főiskolás lány felmérést készített. Hogyan érzik magukat a VAG gimnazista diákok? Nagy meglepetésemre állítólag én éreztem magam a legjobban. Ez a felmérés második vagy harmadik osztályos koromban volt. Addigra már kialakult egy kisebb baráti kör az osztályban. Ezek a haverságok már az élet minden területét átfogták. Egyenrangú partnerükké váltam. A kollégiumtól az iskoláig vezető utat könnyen megtanultam. Idővel egyre többen rám ismertek a villamoson. Elkezdtünk beszélgetni, sok ismerősre tettem így szert. A mai napig rám köszönnek az utcán a volt diáktársaim, és őszintén érdeklődnek a sorsom alakulása felől. Annak idején az iskolatársaim, amikor segíteni akartak az utcai közlekedésben, alig mertek hozzám érni. Ilyenkor megmondtam, nekem az a legbiztonságosabb, ha belét karolok. Ez végül tudatosult a diáktársaimban. Később már ők mondták fel nekem ezt a leckét. A különböző hetcekben és csínyekben nem vettem részt. Ennek az is oka lehetett, hogy azok a társaim is távol maradtak a balhéktól, akikkel szorosabb volt a kapcsolatom. A szalagavató után a többiek elmentek diszkóba. Engem is hívtak, és felajánlották, hogy utána autóval hazavisznek. Nagyon bíztam bennük, tudtam, hogy számíthatok rájuk, de én annyira nem szeretek diszkóba járni, a hangerő miatt. Nem túl szerencsés dolog az, ha se kép, se hang. Egyre nagyobb lettem és barátokra is leltem, ezért sokszor nem is mentem haza a szüleimhez, hanem elfoglaltam magam, kezdtem élni a saját életemet. Nyáron szinte már alig voltam otthon, mert egyik táborból a másikba vándoroltam. A szüleim meg egyre jobban hiányoltak. Anyukám 1992-ben, apukám 1994-ben meghalt. Azóta ketten vagyunk az öcsémmel. A tragédia után nem sokkal egy katolikus leány otthonba kerültem, Fehér Anna néni voltából. Ő vette gyámság alá az öcsémet. Hosszú évekig segített bennünket, amiért külön köszönettel tartozunk neki. Érettségi után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem, a jogi és államtudományi karra. Felvettek, de igazából mégsem volt nekem való ez a terület, ezért később abba hagytam az egyetemet. Tényleg nem azért nem fejeztem be, mert nem bírtam észszel, hanem mert nem felelt meg az egyéniségemnek. Még az egyetemi éve alatt megszűnt az Anna-néni által vezetett kollégium. Albérlet után kellett néznem. Barátnőmmel költöztünk egy idősebb hölgyhöz, aki szinte a alá vett. Rengeteget tanultam tőle. Rövid három hónapot töltöttem nála, mivel akkor az örökségünkből sikerült vennem az öcsémmel egy önálló lakást. Azóta ott lakunk mind a ketten. Két év telt el azóta. Gyógymasször folyamra járok, amit sokkal szívesebben teszek, és jobb kapcsolatban vagyok a mostani tanulótársaimmal, mint az egyetemi diákokkal voltam. Oda, tisztelet a kivételnek, inkább rideg karrieristák járnak. Még nem tudom egészen biztosan, hogy mit, de szeretnék tovább tanulni. Barátommal, Gáborral egy rejki klubban jöttem össze. Az univerzum energiáját és az isteni energiát közvetítik a másik ember számára. A kész segítségével juttatják a befogadó emberbe. Így lehet feltöltődni. A klubba először 1998. áprilisában a barátnőm vitt el, aki szintén nem ismerte még az energia átadás hatását. Én is kértem energiát. Mandalába, vagyis körbe kellett feküdnünk, lábbal befelé. Nekem Gábor adott rejkit, de persze teljesen személytelenül. Fantasztikus élmény volt. Úgy éreztem, mintha az édesanyám érintett volna meg. Szeretetet és áramló melegséget éreztem. A feltöltődés után szerettem volna megköszönni annak, aki nekem ezt nyújtotta, ezért megérdeklődtem az illető kilétét. Gábor volt szóba elegyedtünk, és akkor este sokáig beszélgettünk. Úgy éreztem, hogy ezért az élményért nekem is adnom kell valamit cserébe. Felajánlottam, hogy szívesen megmaszírozom. Telefonszámot cseréltünk, és mondtam, hívjon fel, ha gondolja. Fel is hívott, így ismerkedtünk meg. Mivel sokáig csak ketten laktunk az öcsémmel, aki cukorbeteg, rám maradt a házi munka összes nyűge. Főzni, mosni, takarítani, emellett minden papírmunka és az ügyintézés terhe. Nem volt könnyű megtanulnom úgy főzni és sütni, hogy az öcsém azt nyugodtan megehesse. Amikor albérletben laktam, a házi néni Marika néni tanított meg a konyhai munka alapjaira. Ennek köszönhetem, hogy lassan-lassan megtanultam a -e nem könnyű mesterséget. Független szakértői vélemények szerint elég jól végzem a kavargatást. Öcsém már 18 éves, és bizony egyre kevesebbet találkozunk. Akkor jön haza, amikor éhes vagy álmos. Ha megkérdezem, nem kéne -e valamit itthon is mozdítania, a válasz, na jó, leviszem a szemetet. Az, hogy nem látok, semmit sem nyom alatt van nála. Ne gyere nekem azzal, hogy nem látsz, szokta mondani. Bizonyos helyzetekben cikinek tartja a dolgot, ha a papír- és írószerboltban megfogok egy dosszét, hogy megnézzem, rám szól, hogy mindenki minket bámul. Na és, azért van kitéve, hogy megfogjuk, és én csak így tudom megnézni. Ezt a szokását azonban szerencsére kezdi levetkőzni. A barátai előtt viszont nem szégyel. Ők maximálisan elfogadnak, nagyon aranyosak. Bár anyagiakban nem dúskálunk, de mindig voltak segítőkéz emberek körülöttünk. Eddig olyan még nem volt, hogy ne ettünk volna valamit. Eleinte felmerült bennem az a kérdés, hogyan fognak Gábor szülei arra reagálni, hogy nem látok. Addig ugyanis még nem volt kapcsolatuk nem látó emberrel. Hogyan? Mi alapján fognak véleményt alkotni? Azután eljöttek hozzánk, és nagyon liberális gondolkodású embereknek ismertem meg őket. Jól állnak a dolgokhoz. És azt hiszem, amikor összeismerkedtünk, már abszolút nem okozott gondot nekik, hogy nem látok. Szerencsés vagyok abban is, hogy nagyon sok látó barátom van. Úgy hozta az élet, hogy belőlük több van. Nincs nálam vak és látó kategória. Meglepődve hallgattam témár Pétert, amikor azt ecsetelgette, hogy a Vakvagányok című új filmje egyik főszereplőjéül szeretne megnyerni. Kezembe nyomta a forgatókönyvet, amit hazaérve elkezdtem tanulmányozni. A mai napig is hihetetlen számomra, hogy éppen engem ért ez a szerencse. Péter először a vakok általános iskolájában fellelhető filmanyagot nézte át, ismerkedett a volt tanulókkal. Különösen a táncos lábú lányok iránt érteklődött. Azért mondtam végül is igen a felkérésre, mert a forgatókönyv alapján minden általam eddig ismert vakos filmnél hitelesebbnek tűnt a vakvagányok. Elhittem, hogy ez a film tényleg rólunk, nem látókról szól. Az is növelte bizalmamat a film iránt, hogy Péter minden vakos szerepet nem látó emberre bízott. Rugalmas volt abból a szempontból is, hogyha nem volt számunkra hiteles a forgatókönyvben megálmodott vak alakja, elfogadta változtatási javaslatunkat. Ilyen módon mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ilyen szempontból is hiteles legyen a film minden kockája. Igazából én legalább öt éven keresztül alig voltam nem látó emberek között. Itt viszont volt belőlünk bőven. Ráadásul sokan nem is ismertük egymást. Az elején egy kicsit óckodtam a többiektől, de pillanatokon belül baráti társasággá álltunk össze. Felszabadultá tett az oldott hangulat. Hihetetlen türelemmel tanított meg bennünket táncolni ivett, és nem volt megalkuvó. Valamilyen szinten tanultam társas táncot, de ide más kellett. Nehéz volt megszoknom azt is, hogy premier plánban kellett táncolni. Ehhez nem voltam hozzászokva csak belülről láthatom magamat hitelesen tánc közben, de hogy valójában milyen látványt nyújtok. Objektíve az, aki látóként véleményt formál a táncomról. A film ismeretében majd mindenki véleményt alkothat a tánc tudásunkról is. Eleinte kisé blokkolt a forgatáson nyisgő emberek sokasága, de miután megismertem őket, már ösztönző hatással voltak rám. Készültek olyan felvételek a forgatáson, amikor teljesen happy voltam. A teljesség harmóniáját jelentette a lányok számára, amikor a forgatáson dolgozó férfiak nem csak a vakot látták meg, hanem észrevették bennünk a nőt is. A látó férfiak egyébként nehezen kezelik az ilyen szituációt. A nemlátásom és önmagam elfogadásában is rendkívül nagy szerepe volt ennek a forgatásnak, meg a nemlátó társaimnak. Szeretném megőrizni a velük kialakult meleg emberi barátságot. Azóta sokkal biztonságosabban érzem magam a világban, mert feloldódott az a sok gátlás, amit belém kényszerített az élet. Biztonságosabban érzem magamat az utcán és az emberek között is. Már nem zavarna, ha egyedül kellene bemennem egy teljesen ismeretlen látó közegbe. Úgy érzem, megerősödtem belülről, egyéniségké váltam. Ebben Péternek is meghatározó szerepe volt. Őszinte volt minnyájunkkal, és már végleg közénk tartozik. Az élet ajándék. Molnár Tibor, 23 éves. Csíksomjón születtem, és ott végeztem el az általános iskolát. A bal szememmel egészen jól láttam, a jobbal meg tompán. Életemnek volt olyan időszaka, amikor nem kellett szemüveget hordanom. A gimnázium utolsó évében, közvetlenül az érettségi előtt, elmentem egy személyzeti magánrendelésre, ahol alapos vizsgálat után megállapították, hogy glaukómás vagyok. A vizsgálat alatt már 30-40 volt a szemnyomásom, ami körülbelül duplája a normálisnak. Mivel nem voltak fájdalmaim, meglepetésként ért az egész. Hazaérve elmondtam a szüleimnek, ők is meglepődtek. Azt tudtuk, hogy rosszul látok, de hogy szembetegségem van, azt nem. A doktornő azonnali műtétet javasolt, de mivel érettségi előtt álltam, azt tekintettem az elsődlegesnek, Erdély egyik legerősebb középiskolájában, Gyulafehérvárott, a román katolikus gimnáziumban tanultam, nagy nehézségek árán. Érettségi után akartam megműtetni a szememet. Sikeresen leérettségiztem. Mivel a doktornő szabadságra ment, én meg eljöttem Magyarországra nyaralni, elhanyagoltam a műtét kérdését. Ősszel Kaposvárot mentem el egy szakorvoshoz, és ott is megállapították, hogy nagyon elhatalmasodott a szembetegségem. A látótérvizsgálat eredménye is alátámasztotta a diagnózist. Nekem érdekes módon nem tűnt fel annyira, hogy romlik a látásom. Római katolikus pap szerettem volna lenni, és már a gimnáziumban elhatároztam, hogy ha lehet, Magyarországon végzem el a teológiát. A Veszprémi Egyház megyén elkezdtem el a tanulmányaimat. Ekkor már komolyan vettem a szembetegségemet, és újból elmentem a személyzetre, ahol szemcseppet írtak fel, és ezt rendszeresen használtam. Csak részleges eredménnyel, mert a szemnyomásom újból magas lett. Eleinte, amikor tudatosulni kezdett bennem, mennyire komoly az állapotom, rossz volt, de megpróbáltam nem foglalkozni vele. A teológián nagyon jól éreztem magam. Fantasztikus élmény volt ott tanulni. A bal szememmel ekkor még elég jól láttam, talán négy dioptriás szemüveget viselhettem, ezért a tanulás nem okozott gondot. A jobb szememre azonban már nem láttam. Az első év folyam elvégzése után hazautaztam a szüleimhez. Ekkorra már nagy fájdalmaim voltak, és nem halasztódhatott tovább a műtét. A pécsi szemklinikára kerültem, 40-50-es szemnyomással. Megműtötték a jobb szememet, de a varratok örökké kiszakadtak. Négy hét alatt hatszor vittek a műtőbe, hogy rendbe hozzák. A második év alatt már folyamatosan fájta a szemem, hiába szedtem rendszeresen fájdalomcsillapítót, nem használt. A bal szememet Budapesten operálták meg, mindent végig éreztem, mivel nem használt az érzéstelenítő injekció. A műtét közben felültem, alig bírtam ki. Ettől kezdve rohamosan romlott a látásom. Hiszem azt, hogy az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék a látásomat. A püspökön minden esetben beszélt az orvosokkal. A szemklinika professzora szerint tíz éves koromban kellett volna először megoperálni a szememet. Itt már megmondták, hogy a rohamosan romló látásomat nehéz lesz megmenteni. Amikor visszakerültem az egyetemre, már nem tudtam írni és olvasni. Eléggé visszahúzódtam, magányossá váltam, nagyon egyedül éreztem magam. Alaptermészetem a csendesség, de korábban azért voltak barátaim. Diktafonnal sem tudtam tanulni. Fel kellett fognom az állapotomat, és el kellett helyeznem az életemben. Lelkileg is tudomásul kellett vennem. Törést nem okozott, de nagy bizonytalanság vett erőt rajtam. Sokat beszélgettem Miklós atyával, aki megerősítette bennem a hitet, segített felfogni és feldolgozni a helyzetemet. Karácsony előtt úgy döntöttem, kérek egy év beteg szabadságot, és hazamegyek a szüleimhez. Megpróbálok megnyugodni és feldolgozni a történteket, gondoltam. Az is rossz volt, hogy a műtétek alatt nem volt a családomból látogató, igaz, messze laktak és nem is tudtak róla. Mindez és a honvágyam 1995 karácsonya előtt hazavitt. Az állomástól taxival mentem a szülői házhoz. Nem mondtam meg egyből a tényt, amit én már tudtam. Óvatosan a látásom romlásáról kezdtem beszélni, és különböző segédeszközökre is utaltam. Később aztán elmondtam, hogy az éjszakai közlekedés már nem megy, meg azt a tervemet, hogy pár hónapig itthon szeretnék lenni. Azután visszamegyek, és remélhetőleg folytathatom a tanulmányaimat. Így tudattam fokozatosan az állapotomat a szüleimmel pár napig nagyon jó volt velük lennem, de valahogy nem találtam a helyem. Elkezdtem eltékozolni magam. Nagyon vágytam társaságra, barátokra. Az egész napos otthonülés után este ki kellett szabadulnom, mert meghűltem volna. Olyan szörnyű két hónap következett, amelyet legszívesebben kitörölnék az életemből. Utólag azonban úgy tekintek vissza erre az időre, hogy valamilyen szinten ez is hasznos lépcsőfok volt az életemben szerencsémre sikerült túljutnom rajta. A két hónap alatt nagyon lecsúsztam a lejtőn. Elég sokat ittam és dohányoztam a barátaimmal. Barátnőm nem volt. Nem éltem bűnös életet, csak sokat ittam. Talán egy rossz menekülés volt a helyzetemből, ami nem csak morális kárt okozott, hanem további látásromlást is. Nagy hülyeség volt az is, amikor a 80 kilós barátomat vagy két kilométert vittem a hátamon Brahiból, Hiába mondtam a barátaimnak, hogy meg fogok vakulni, nem hitték el. Bátorítottak és vigasztaltak, hogy nem hagynak el bármi történjék is. Ez nagyon jól esett. De azt hiszem, egyikünk sem hitte ebben igazán. Egy kedves ismerősömtől hallottam a vercsről. Ők ajánlották, hogy próbáljam meg. Igazából egy levélből szereztem tudomást erről a lehetőségről, ahol olyan hasznos dolgokat tanítanak meg, amikre feltétlenül szüksége van egy látó vagy vakembernek. Bizonyos fokú menekülési lehetőséget is jelentett, hiszen már nagyon vágytam el csíksomjóról, fájt az életmódom hasztalansága, ki akartam lépni belőle, tudatosabb, hasznosabb életet akartam élni. Visszautaztam Budapestre és beszéltem Katival a vercs vezetőjével. Megtudtam tőle, hogy megtanulhatok számítógéppel tanulni, aminek nagyon megörültem, hiszen akkor akár folytathatnám is a teológiát, gondoltam. A püspök atya azt mondta, ha a látásom úgy javul, hogy tanulhatok, szívesen visszafogadnak. A mostani látásommal azonban nem tud biztatni. Az emberek nem értenék meg, hogy egy pap nem lát. Sokan támadhatnák az egyházat. Én ezt nagy lelki nyugalommal tudomásul vettem, hasznosnak tartottam az ott eltöltött időt. Végül is azért tanácsoltak el, mert nem biztos, hogy faluna hívek elfogadnának egy vakpapot. Utalta püspök atya még arra is, hogy hátra van még a tanulásból öt évem, ami nagy idő. Élhet valaki pap módjára felszentelés nélkül is, áldásos hatással lehet a környezetére, tette még hozzá. Nem éltem meg a dolgot diszkriminációként, inkább Isten akaratának tekintettem az egészet. Lehet, hogy csak én akartam pap lenni, de ő nem akarta. Eljött 1996 májusa, amikor végérvényesen megvakultam. Fokozatosan romlott a látásom, de az igazi látásvesztés egy-két hét alatt történt. Egyik nap még láttam az arcokat, két nap múlva viszont már nem. Akkorra már csak homályos voltok voltak. Totál káros lettem. Hat hétig az alvásba menekültem, és egyáltalán nem tudtam magammal mit kezdeni. Szerencsére akkor már a vercsen laktam, mert azt a segítséget, amit itt kaptam, nem hiszem, hogy bárhol máshol megadták volna. Kati, de főleg Zsuzsa segített rajtam. Sétáltunk, beszélgettünk, nem maradtam magamra a szörnyű helyzetben. Mindezek ellenére is szörnyen nehéz volt. Nem akartam öngyilkos lenni, mert tudom, hogy az életet Istentől kaptuk. Az viszont igaz, hogy végig öngyilkos hangulatban voltam. Pokol volt az egész. Nagyon megszenvedtem. A sivatagon azonban túl kell jutni, mondták nekem. Az embernek ilyenkor talán az a legfontosabb, hogy legyen, akinek kibeszélheti magát. Persze úgy, hogy oda is figyeljenek rá. Gyöngyi néni, a pótszülőm, aki a levelet írta. Szintén meleg emberséggel viseltetett irányomban. Hétvégeken olykor elhívtak magukhoz, próbálták felettetni velem a problémámat. Előfordult, hogy pénteken lefeküdtem, és vasárnapig aludtam. Nehéz ezt a hangulatot megfogalmaznom, de talán akkor járok legközelebb az igazsághoz, ha azt mondom, hogy nem akartam élni. Menekültem a valós világból. Menekültem, menekültem. Sokat dohányoztam, de alkoholhoz nem nyúltam. Zenét viszont csak olyat hallgattam, ami mély labút szomorúságot fejezett ki. A megvakulásomkor megmondtam Istennek, meg vagyok győződve arról, hogy vagy, de hagyjuk egymást békén, el akarok tőled szakadni, hagyjuk egymást békén. Tudatosan elszakadtam Istentől, bár tudtam, ő nem akarhatta, hogy megvakuljak, mert Isten nem tesz rosszat. Zsigmond az egyik vercses barátom azonban elvitt hetente egyszer hittanra a domonkos templomba, hogy kikapcsolódjam, emberek közé kerüljek. Később gergővel jártam oda. Sokszor kérdeztem magamtól, hogy mit keresek itt, hiszen elszakadtam Istentől. Egyik vasárnap a hatórás szentmisén azonban úgy éreztem, az atya prédikációja személyesen nekem szólt, mintha rajta keresztül Isten szólna hozzám. A prédikáció arról szólt, hogy az élet úgy működik, ha rábízzuk magunkat Istenre, elfogadjuk az akaratát és belenyugszunk. Ha Istenre bízzuk magunkat, meg fogja mutatni nekünk, hogy irgalmas. A mise után a templomban maradtam, csendben sírtam és bocsánatot kértem Istentől. Nagyon örültem, hogy újra rátaláltam, megtapasztalhattam az ő irgalmasságát. Nagy lelkiélmény volt, amikor ki tudtam mondani: Visszatérek hozzád, rád bízom az életemet, legyen meg a te akaratod. Azt a napot nem fogom soha elfelejteni. Remény, fény gyúlt a szívemben. Már akartam élni, mert tudtam, ha bízom Istenben és az emberekben, akkor tudok élni. Eleinte nagyon sokat szenvedtem, nagyon nehezen ment. A későbbiekben is volt, hogy elbizonytalanodtam, de türelmesen, vértizzadva megtanultam mindazt, ami kellett ahhoz, hogy talpra állhassak. Ettől kezdve beindult az életem. Először az épületen belül kellett megtanulnom tájékozódni. A bottal közlekedést a városligetben gyakoroltatták velem. Zsuzsa mutatta meg a bot használatát. Útba ejtettük a kis kápolnát, ahol imádkoztunk, fantasztikusan jó volt, feltöltődtem a csendben. Később, amikor már bátrabban közlekedtem, kimentünk egy csendesebb utcába, és ott gyakoroltunk tovább. Hónapok teltek el, mire egyedül, igaz, még bizonytalanul, de közlekedni mertem. A mai napig is nagyon zavar, amikor a járdán parkoló autókat kell kerülgetni. Ha neki mentem valaminek, annyira bepipultam, hogy elborult az agyam. Szó szerint agresszív lettem. Nagyokat csapkodtam a botommal. Nem tudom megérteni azt az autóst, aki feláll a járdára. Hogyan képzeli vajon azt, hogy az emberek kerülgessék az autóját? Ha olyankor mentem neki egy ilyen kocsinak, amikor közvetlenül utána úttest jött, akkor idegességemben nem is vettem észre, és simán leléptem a járdáról az úttestre. Ez a feszültség 5-10 percig szokott tartani. Lassan megjött a nyár, és a gondviselésnek köszönhetően nagyon jól és tartalmasan telt el. Az egyik számítógépes oktatóm segítségével eljutottam egy táborba, ahol egy hetet tölthettem. A Szent Imre plébánia szervezte a tábort Eger mellett. Több százan voltunk. Elmondtam az ott lévőknek, hogy három hónapja vakultam meg, és kértem őket, legyenek erre tekintettel. Fantasztikus volt az ott eltöltött egy hét. A fiatalok segítettek elmenni a programokra, néha labdáztunk. A kitárt kezembe dobták a labdát, majd amikor nekem kellett dobnom, tapsa jelezték az irányt. Nagyokat sétáltunk a réten, és volt egy túra, amire én is elmentem, el is fáradtam iszonyúan. Gondtalanul telt el a hét. A látásom elvesztése után problémát jelentett a kulturált étkezés. Nem éreztem az ételek ízét, a leves kifolyta a kanalamból, és nem találtam meg a villával a húst a tányéromon. Sokszor ment az evőeszköz üres járatban. Nagyon bonyolultá vált az étkezés, ezért nem is ettem szívesen főttételt. Nekem a közlekedés után az étkezés jelentette a legnagyobb nehézséget. Két hónap után Zsuzsával elmentünk egy étterembe, ahol teljes nyugi volt. Rendeltünk, majd amikor kihozták az ételt, Zsuzsa azt mondta, nyugodtan nehetek kézzel lábbal. Ügyesen segített, a végén még jól is laktam, a mosogatónak nem hagytam sok munkát. A legnagyobb feszültséget még ma is az jelenti számomra, ha ismeretlenek között vagyok, és rám jön a szükség. Nem merek szólni, inkább szorítom. Az Eger melletti táborban sikerült két látólányjal baráti kapcsolatot kialakítanom, mind a mai napig rendszeresen szoktunk találkozni. Megismertem Gergő baráti körét is, akivel együtt jártunk templomba. Az ő segítségével eljutottam egy kéthetes Tiszai táborba. Mozgalmas időket éltem, nem volt sok időm a sebeim nyalogatására. Persze mindezek ellenére néha rám tört a valóság könyörtelen képe. A reggeli felébredés után szoktam egy kicsit elkeseredni, a várható nagy feladatok miatt. Májusban vakultam meg, de a szüleim még júliusban sem tudták. Az utolsó létem után elhatároztam, hogy nem megyek többet vissza Erdélybe, és teljesen megszakadt a kapcsolatom a szüleimmel. Aztán mégis hazamentem. Két hetet töltöttem otthon. Egész nap csak hallgattunk. A szüleim megsírtak. Apukám szipogva mondta, hogy már nem láthatom a kertbe ültetett virágokat. Nehezen teltek a napok, étel sem akart lecsúszni a torkunkon. A barátaim is féltek velem találkozni, ha mégis, talán leginkább az időjárásról tudtunk csak beszélgetni. Nagyon vártam, hogy visszatérhessek Budapestre, mert jobb, ha egy ilyen eset fokozatosan emésztődik meg időt, még hozzá hosszú időt kell hagyni a feldolgozására. Akkor még nem próbáltak marasztalni, szerintem ők sem tudtak mit mondani. A sok cimborából hárman maradtak mellettem, ők a mai napig is jó barátaim. Az 1996-os karácsonyi ünnepeket már Pesten töltöttem, röviddel később újra útnak indultam haza. A felszállásnál segített egy lány, aki az utitársam lett, majd két hónapos szerelem fakadt az ismerettségből. Nagyon-nagyon szép volt, fantasztikusan jó volt. A lány szülei már régen áttelepültek, de mivel ugyanaz a város volt az úticélunk, sokat sétáltunk a városunkban, és a szüleim is megnyugodtak egy kicsit. Az 1997-es év nyarán egyetemistákkal egy kis boszniai faluba zarándokoltam. Ennek az útnak az lett a gyümölcse, hogy a szüleimmel rendeződött a kapcsolatom, megtaláltuk egymást újra, úgy, mint a régi szép időkben. Nagyon szeretjük egymást, és már mindent meg tudunk beszélni. Teljesen ideális a kapcsolatunk. Egy év kellett ahhoz, hogy az én hibámból megromlott kapcsolat helyreálljon. Tavaly már kilencszer voltam otthon, és telefonon is tartjuk a kapcsolatot. Ha nem tudom elintézni a magyar állampolgárságot, előfordulhat, hogy haza kell mennem. Még egy évig tartózkodhatom hivatalosan Magyarországon, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsom. Szeretném, ha maradhatnék. Ez azonban nem rajtam múlik. A szüleim azt mondták, nekik az a jó, ami nekem, mindemellett azért aggódnak értem. Ősszel azután újra elkezdtem egy vercses tanfolyamot, és az elvégzése után mondhatom, hogy nagyjából egyenesbe kerültem. Megtanultam használható színvonalon azokat a dolgokat, amelyek feltétlenül szükségesek a viszonylagos önállósághoz. Egyre több az ismerős, kezd kialakulni egy baráti kör. Lassan szállásról is kellett gondoskodnom, de sem munkám, se pénzem, bizony így elég nehéz lesz, gondoltam. A vakok intézetébe nem költözhettem be, mert nem vagyok magyar állampolgár. Az utolsó pillanatban mégis megoldódott nehéz helyzetem, mert sikerült egy három négyzetméteres helyiséget kapnom, de ezen a három négyzetméteren kívül semmit sem használhattam a lakásban. Enni, mosni és fürödni a vercre kellett bejárnom. Kilenc hónap után egy másik albérlet következett, ahol normális körülmények mellett nyolc hónapot tölthettem el. Innen Gergőékhez költöztem, itt most külön szobában lakhatok. Vakon közlekedni nagyon nehéz és szinte őrültségnek tűnik. Nagyon fárasztó csukott szemmel mászkálni a városban, folyton erősen figyelni, nagyon fárasztó ideg munka. Eleinte zavart, ha neki mentem egy oszlopnak. Mostanra már inkább csak mosolygok rajta. Olyan természetes lett, mint amikor egy látó kikerül egy oszlopot vagy egy kocsit. Nekünk ez, nekik meg az a természetes. Az emberek segítségét mindig elfogadom. Legtöbbször rosszul segítenek, de mindig a jó szándékot próbálom meglátni bennük. Ha leszállok a buszról, a kezemet fogják meg, amivel tulajdonképpen megnehezítik a leszállásomat. Mert ha a botot nem tudom használni, az olyan, mintha egy embernek bekötött szemmel kellene leszállnia. Az is rossz, ma kérdezés nélkül megragadják az embert és viszik, sokszor arra, ahová nem is akart menni. Gyakran vittek már át az úttest túloldalára, pedig csak a járta szegélyét akartam követni. A hatos busz helyet raktak már fel a 72-es trolira. Ez szerintem mind jó indulatból van, csak az emberek rohannak és nem igazán tudják, hogyan kell jól segíteni egy vakembernek. Mivel félénk és gátlásos vagyok, ritkán merek szólni, segítséget kérni, Inkább megvárom, hogy valaki felajánlja. Ha vásárlás után fizetnem kell, oda szoktam adni a pénztárcámat. Kiveszik a pénzt, a visszajárót meg beleteszik. Ez részben kényszer, hiszen a papírpénzeket nem tudom megkülönböztetni. Ha az ember vállalja a vakságát, és kimegy vele az utcára, mindig fog találni jó embereket, akik segítenek neki. Jelentkeztem a gyógymaszűr tanfolyamra. Felvettek, elvégeztem. Nagyon megszerettem a szakmámat, de elhelyezkedni nem tudtam, mert nincs meg az állampolgárságom. Magyarországon a pénzből élek, amit a barátaimtól kapok. Az egyház nem támogat. Amióta megvakultam, a hitem egyre fontosabb. Szükségem van egy baráti közösségre is, ahová tartozónak érezhetem magam. Bár utálok közlekedni, de a baráti társaságért mindent megteszek. Még azt a szörnyű közlekedést is vállalom. Mivel már tudom, hogy nem leszek pap, vágyom arra, hogy legyen egy társam. Nagyon érzem a hiányát. Nyitott szívvel élek a világban, és türelmesen várom azt a lányt, aki beköti majd a fejemet. Ha feleségül jön hozzám, az lesz az igazi csoda. Névtelen Anyukám le akart szállni a villamosról. Két férfi nyújtotta feléje a kezét. Már lépett le a járműről, a segítőkezek elhúzódtak, anyukám pedig megbotlott és elesett. Hat és fél hónapos terhes volt, három nappal később megszülettem. Másfél éves koromig Budakeszin laktam, nagy szüleim óvó figyelemmel kísérték első lépéseimet. Nagypapám állandóan mesét olvasott, később meg ifjúsági regények tucatjait. Nagymamám korai halálát még nem fogtam fel. Sírni sírtam, de mély nyomot nem hagyott bennem. Nagyapám viszont nagyon el volt keseredve, bánata engem is szomorúsággal töltött el. Négy éves voltam, amikor anyukám megismerte mostani apukámat, aki az új férje lett. Az igazi apukám csak ígérgette, hogy meglátogat, de sohasem jött el. Új apukám viszont a kedvemben akart járni, ezért apró ajándékokat kaptam tőle. Néger babát is hozott. Sokáig az volt a kedvenc játékom. Kiegyensúlyozottá váltak napjaink. Angyalföldre költöztünk, azóta is ott lakom. A ház csendes környezetben áll, nagy udvara velem egykorú gyerekekkel volt tele. Itt jöttem rá, hogy nem látok. Ennek ellenére száguldoztam a többiekkel én is, jó nagyokat estem. Amikor négy éves elmúltam, szabad lejárásom lett az udvarra. Mániákus gyűjtővé váltam, madártól, kavics vagy virágnál a egyre ment. Tele lett a kis vödröm, belefeledkeztem a játékomba. Elég gyakran riadtam fel arra, hogy itt van a vak Kriszti, Gyakran hallhattam ezt az udvaron játszó gyerekek szájából. Vidám alaptermészetű kislány voltam, de ilyenkor szomorúsággal lett tele a szívem. Az udvar kacifántos világ volt. A gyermekek eléggé rapszódikusan viselkedtek velem. Ha egyedül volt lent valamelyikük, oda hozzám, játszottunk. Ellenségesek nem voltak, igaz, sokszor nem hagyták, hogy játszam velük. Igazából a csúfolás volt a legrosszabb. Néha visszaszájoltam. Sose unatkoztam. Gyermeki világom nem volt zárt. Hat évesen már egyedül mehettem el a barátnőmhöz. Ez akkoriban nagy kiváltság volt. Egy olyan kislányjal hozott össze a sors, aki már babának is túlsúlyos volt. Őt is csúfolták a gyerekek, pedig nem tehetett hormonális problémájáról. Barátnők kételt bennünket az egészséges gyermeki csúfolkodás. A magunk nehézségeiről nem beszélgettünk. Ennek oka az volt, hogy emberi értékünk alapján fogadtuk el egymást. Kissé furcsálhatták az emberek, hogy kézen fogva mentünk az utcán. Nem baj, máig megtesszük. Ma már nem igen van közös témánk, de sose feledkezünk meg egymás felköszöntéséről vagy megajándékozásáról. Rendkívül természetesen és bátran mozogtam, még ma is csodálom gyermeki bátorságomat. Ha szüleim tehették, leutaztunk nagy jéghoz vidékre. A falusi házablakán ugráltam ki, bele a rózsákkal tele kis kertbe. Bujkáltam az ágyak alatt is, nem maradtam el csíntevésben a többi gyermektől. Nem hiszem, hogy barátnőmmel tartalmasabb gondolataink voltak gyermekként, mint a többieknek. Állandóan folyt a harc a fiúk és lányok között. A fiúk szellemet idéztek a pincében, hogy azzal riogassanak bennünket. Mi meg zsákokat tettünk keresztbe a folyosón, hogy felbukjanak benne a jópofa szellemeskedők. Kölcsönkenyér visszajár a lapon folyt a móka. Anyukám elmondta, hogy négy éves koromig nem volt képes gyermekre nézni. Ovodás koromtól találkozhatott hasonló helyzetben lévő anyukákkal. A beszélgetések hatására csökkent nagy fájdalma. Sikerélményt jelentett számára az is, amikor az oviban elkészített gyurma figuráimat mutogattam otthon. A festés és a rajzolás is igen nagy örömöt jelentett. Mindezek hatására anyu elindult a megbékélés hosszú, rögös útján. Láthatta fejlődésem töretlenségét és talpra Nekem fel sem tűnt, hogy ovis társaim nem látnak. Játszottunk és labdáztunk az óvó bácsival. Odaadták nekem nyuszi macát, egy akkora prüsnyulat, hogy csak a fülénél fogva bírtam magam után húzni. Rengeteg gyerek kuksolt a játszóteremben, sose szerettem egyedül játszani. Levettem egy játékot a polcról, és odaléptem vele egyikükhöz, em kistársam nem volt hajlandó hozzám csatlakozni. Ezen kisé meglepődtem, de mi más tehettem volna, tudomásul vettem. Az idő azután közelebb hozott bennünket egymáshoz, a mai barátnőimmel ott ismerkedtem meg. Nagy traumát jelentett, hogy amikor beléptem az oviba, egyből elvették tőlem a cumimat. Hiába könyörögtem az ovodai alkalmazottaknak, nem adták vissza. Az általam igazságtalannak tartott fegyelmezési módra is felfigyeltem. Ha nem tetszett a dadának valamelyik gyerek viselkedése, akkor hátravitte a tálalóba és hideg vizet fröcskölt a gyerek hátára. Az ilyesmi persze csak akkor történhetett meg, amikor a bejárósokat már hazavitték a szüleik. Én biztosan elmondtam volna otthon, viszont sokat álltam büntetésben. Kanállal vertem az asztalt. Szerettem volna elérni, hogy a többi gyerek is ezt tegye. Olyan mulatságos volt. A többiek vették alapot, meg a kanalat is. A makadság sem állt távol tőlem. Egyszer, már az iskolában, amikor tornáznom kellett volna, kijelentettem. Az édes kicsi Krisztike most nem csinál semmit. A tanár meg azt mondta, az édes kicsi Krisztike most fogja magát, és kimegy a folyosóra. Nem voltam félős kislány. Egy másik alkalommal rám szóltak, hogy hamisan énekelek. Erre teletorokból kezdtem fújni a nótát, hadd hallja az illető, milyen kristálytiszta hangom van. Igaz, akkoriban még gondot jelentett nekem a sziszegős hangok kiejtése. Az egyik lányjal nagyon sokat verekedtünk. Főleg haraptuk egymást, aminek jól látható nyomai nem kerülték el fürkésző szemű szüleink figyelmét. Nem szíveltük egymást talánnyal. Egyik pénteken azonban mindkettőnkért később jöttek a szüleink. Amikor már csak ketten voltunk az oviban, oda mentem hozzá és megkérdeztem. Játszunk? Igennel felelt, és az alatt a rövid idő alatt annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy utána minden hétvégén ellátogattunk egymáshoz. Hetedikes korunkig töretlen volt a barátságunk. Utána ő a vallásba mélyült, én meg a rokkerség felé vettem az utamat. Jó pár évvel utána újból egymásra találtunk, azóta is barátnők vagyunk. Amit nem kaptam meg az udvari gyerekektől, a gyermeki közösséget, az oviban találtam meg. A két dolog azonban jól kiegészítette egymást. Kint szabad voltam, az udvari gyerekekkel kiártam a játszótérre, csúzdáztam és hintáztam velük. A térdem sose tudott begyógyulni, állandóan sebekkel volt tele. Gyakran botlottam meg a járda szegében, és állandóan térdre estem. Iskolás voltam már, amikor úgy neki szaladtam a mászókának, hogy felrepett a bőr az arcomon. Varni nem kellett, de a heg mind máig látható. Minden tárgyat megszagoltam, gyakran érdeklődtem a környezetem színei iránt. Kíváncsi fruska voltam. Tudni akartam, ki mit csinál, és miért teszi gátlástalanul, jó hangosan kérdeztem bele a vakvilágba, amivel nem egyszer kínos helyzetbe hoztam a szüleimet. Szerettem tanulni mindent, faltam a tananyagot az iskolában. Gyakorolni viszont nem akartam, csak újat, mindig újabbat tanulni. Jó képességű gyerek voltam, ezért írni, olvasni, megtanulni nem jelentett különösebb gondot. Az ABC-s könyvem fedőlapja olyan papírból készült, amelyen régi breírás nyomok voltak tapinthatók. Na, itt aztán nyomozhattam az ujjammal régi gondolatok után. Az volt a baj, hogy maximalista voltam. Lehet, hogy azért is, mert a szüleim sokat vártak tőlem, és kissé féltem, hogy nem leszek képes ennek megfelelni. Felnőtt fejjel is jogosnak tartom mindazt, amit a szüleim elvártak tőlem. Egy magam tanultam, csak a vers tanulásban kelt el a nagyapám segítsége. Sokszor szívesen elvettem volna a versorokból, vagy hozzájuk tettem volna a saját gondolataimat. Ilyen módon azonban nem élhettem ki a szabadság vágyamat. Az angol nyelvet egy fiatal lány tanította, utolsó éves főiskolai hallgató lehetett. Sokat énekeltünk és játszottunk a nyelvórákon. De ami meglepő volt, ugrálhattunk és fetrenkhettünk is az órán, és ez igazán remek volt. Senki se higgye, hogy közben nem kellett figyelnünk. Miért csak ülve lehetne tanulni? Én bizony a kötetlen viselkedésünknek köszönhetően annyira megszerettem az angolt, hogy angol nyelvtanár lett belőlem. A lelkesedést nem csendesíteni, hanem fokozni kell. Az otthoni gyerekekkel összehasonlítottuk a tankönyveink tartalmát. Tanulásban mindig előttük jártam, hiszen még mielőtt az első osztályba kerültem volna, már megtanítottak írni és olvasni. Ahogy nőttek, egyre ritkultak az udvaron a gyerekek. Néha még vakkriszti voltam, de lassan kiélték a csúfolódó kedvüket. Az egyik kedvenc időtöltésünk az volt a barátnőmmel, hogy emberek és ruhák papírlapra nyomtatott rajzait vágtuk ki. A ruhák alján és oldalán kis, behajtható fül volt. Ezzel lehetett őket rögzíteni az emberképekre. Rengeteg látós dolgot vittem be a suliba, örültek is neki az osztálytársaim keveseknek adatott meg, hogy olyan sokrétű látó látóközeg vegye körül őket, mint engem. Úgy gondolom, vezető szerepet töltöttem be. Nem törekedtem rá, így alakult. Egyszer indultam az iskolai ki mit tudon, verset mondtam. Ám azt, hogy csak hatodik lettem, akkor a katasztrófának éreztem, hogy a délután hátra lévő részét végig bőgtem. Roppant keserűnek éreztem az ajándékba kapott tejcsokoládét. A matekra viszont nem állt rá a fejem. Hármas-négyes közötti jegyeket kaptam belőle. Apu matek példák tömkelegét adta felszorgalmi gyanánt. Amennyit elrontottam belőle, annyi kaptam helyette. Verés nem volt, de sok példa megoldása igencsak megizzasztott. Ilyenkor az udvarra sem mehettem le. Sírtam, toporzékoltam, lázadtam. Az egészben talán az volt a legrosszabb, hogy ezt a módszert kezdte alkalmazni a többi szülő is. Én meg azután megkaptam érte a magamét az osztálytársaimtól. Pedig hát tehettem én róla. Apukám lett az állandó segítőtársam a tanulásban. Anyut eléggé lefoglalta a munka és a mindennapi házi asszonyi teendők. Foglalkozott és játszott is velem, de a tanulásban nem vett részt. Nagypapám minden nap felolvasta a kacor királyt, de mára csak annyi maradt meg belőle a fejemben, hogy valamilyen macska is szerepelt benne. Szerettem beleképzelni magamat a mesékbe, milyen jó volt ábrándozni. Minden játékomba beleéltem magam, órákig remekül el voltam így. Énekeltem, ha kellett, ha nem, és meséket írtam számolatlanul. Kilenc éves voltam, amikor nagypapám súlyosan megbetegedett, majd kórházba került. Megrendített a halál híre. Nagyon szeretett, talán mondhatom azt is, hogy imádott. Apukám mamája az új nagymamám vette át a felolvasás kitüntető feladatát. Anyukám meg veszélyeztetett terhes lett, emiatt is izgultunk. Anyuik régóta kívántak gyermeket, de sokáig nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Ebben talán az is közre játszott, hogy anyukám sokáig a Patyolatvállalatnál dolgozott vegyszerek között. Nagyon örültem, hogy testvérem lesz. Boldogan elújságoltam a társaimnak. Izgatottan várták ők is a fejleményeket. Öcsém megszületése után sem éreztem, hogy csökkent volna a szüleim szeretete irántam. Hamarosan megtanultam a pelenkázás fortéját, és megtörtént, hogy anyu fél napra is kettesben hagyott az öcsémmel. Amikor magunkra maradtunk, megéreztem az orrommal, hogy nem stimmel valami. Kivontottam a perust, és olyan gazdag volt a csomag tartalma, hogy jutott belőle mindenhova. Öcsémet ki kellett vinnem a fürdőszobába, és lemostam. Utána szépen visszaállítottam a szoba eredeti rendjét, és átöltöztettem az öcsköst. Élveztem azt is, ha én hettem meg. Örültem, hogy képes voltam mindezt megtenni. Szüleink mindenből kettőt vásároltak, nehogy megjelenjen köztünk az irítség. Öcsémmel jó testvérek lettünk. A nagy válásom nem ért váratlanul. Apám vette észre, hogy nő lettem. Gratulált hozzá, ami jól esett. Már az oviban is szerelmes voltam. Általában olyan fiúkhoz vonzódtam, akik nem figyeltek fel rám. Látói szerelmeimre éveket szántam. Egy magam éltem át, amit igazából kettesben kellett volna. Titkomat ritkán árultam el másnak. Ebben a fura helyzetben azt tartottam jónak, hogy elég mély érzések keletkeznek bennem, tehát egészséges vagyok. Sajnos nekem többségében a tiltott gyümölcs jutott. Ennek hozadékaként viszont sokat fejlődtem belülről. Történeteket írogattam, versek is szép számmal születtek, később meg dalszövegek kerültek ki brejírógépen Bélengyűj alól. Rendkívül tartalmas időszakon volt ez. Egyik helyen elvett az élet, a másikon megadott. A vakodára jellemző, hogy nagyon kevés jó pasi van. Aki meg jó, arra rászálnak a lányok. Az is előfordul, hogy a fiú válik röpködő típussá. Nekem is kiutott egy ilyen virágot is kaptam tőle. Igaz, csak egy alkalommal. Aztán egyszer csak nekiálltak a fiúk, hogy fizikailag feltérképezzék a lányokat. Igen gyakran elhangzott, bocs, teljesen véletlenül mentem neked, Nálam attól függött a reakció, hogy ki volt a térképész jelölt. Ha szimpatikus volt a legény, akkor csak egy gyengéd ennye hangzott el a számból, máskülönben elég bunyós lány voltam, simán karatéztem a fiúkkal. Minden esetre nem volt az olyan nagy tragédia, ha megtapogatták a fiúk a lányokat. Természetes ösztönük nyilvánult meg így módon. Ha van egy szimpatikus rác, akkor abba az összes lány belezúg. A fiúnak ilyenkor nem is kell választania, hiszen túl kínálat van. A hoppon maradt lányok nem értik, hogy miért nem ők lettek a szerencsések. A mi osztályunkban hét lány volt és két fiú. Kell -e ennél többet mondanom. Idővel aztán a lányok válogatósak lesznek. Felnőttként az sem mellékes, lehet-e beszélgetni a hódítóval. Nagyon jó fejű gyerekekkel jártam egy osztályba. Mindegyikünk leérettségizett, hatan tovább is tanultunk. Benne voltunk minden csínyben. Egyszer nem akartuk, hogy az egyik órát megtartsa a tanár. Egyik srác még látott annyit, hogy síkírásban is képes volt írni. Hamarjában előkerült egy fehér lap, ő meg ráírta, a ligetben vagyunk. Kiragasztottuk az ajtóra a cédulát, és bekuporodtunk osztálytermünk sarkába. Síri csend honolt addig igencsak lármás termünkben. Jött is a tanár sebbel lobbal, de elolvasta a cetlinket, és visszament a tanáriba. Azt gondolta, egyik kollégája vitt ki bennünket a ligetbe. Nagyon elégedettek voltunk az eredménnyel, nem torolta meg az átvert tanár. Az sem volt semmi, amikor megbirizgáltuk az ajtó kilincsét. A serényen benyitni akaró tanár nagy meglepetésére kezében maradt a kilincs. Együttérzésünket hangoztattuk az osztályteremből, sopánkodtunk, mintha nagy baj történt volna. Egyesek a sarokba futottak, hogy kivihogják magukat. A következő eset meg még alsó tagozatban történt. Egyikünk épületes ötlettel állt elő, amit látó gyerekektől hallott. Erősen megsózott folyadékot kell inni, mert attól be lehet lázasodni, és akkor hazaküldenek a soliból. Másnap vittem is az acskósót, vizet engedtünk az iskola teljes pohárba, és alaposan megsóztuk. Mindegyikünk felhörpintette bájitalát. Nem sokkal később úgy hánytunk, mint a lakodalmas kutya, mire persze hazamehettünk. Az egyik lány elkottyantotta a sószállító kilétét, de nem lett belőle semmi. Gondolom, otthon mulathattak az ilyen gyermekcsínyeken. Felnőttként én is csak mosolyognék rajta. Egész általános iskolai pályafutásom alatt majdnem ötös tanuló voltam. Továbbra is igen kedveltem az angol nyelvet, tanárunk is szimpatikus volt. Ám nyolcadikban új tanárnőt kaptunk. Írországból érkezett, és egy szót sem tudott magyarul hegyeztük a fülünket, hogy megértsük. Apukám évekkel korábban megtanított harminc angol szóra, én meg tanárt játszottam a suliban. Sorba állítottam a diáktársaimat, és aki jól felelt Kriszta az kapott egy gesztenyét. Ezzel mindössze azt szerettem volna jelezni, hogy milyen távlati terveim voltak az életre. Szerettem másoknak örömöt szerezni. Gimnáziumba jelentkeztem, fed is vettek lakásunkhoz elég közel volt egy iskola, ahová egyedüli nem látóként jártam. Annyiban könnyebb volt az én helyzetem a régi társaiménál, hogy én erőteljes látóközegben nőttem fel. A gyerekek a gimnáziumban nagyon érdeklődőek voltak. Mindegyiküknek le kellett írnom a nevét Brejben, hogy erekjeként hazavihessék megmutatni a szüleiknek. Hamar túlesett a társaság az újdonság megismerésén. Látták azt is, hogy jól megy nekem a tanulás is, kivéve a matekot. Az igazi nagy baj az volt, hogy a tankönyvek kazettára voltak felolvasva. Akik valaha láttak, jól tudnak hangután tanulni, de én csak úgy vagyok képes hatékonyan tanulni, ha olvasom a szöveget. A jegyzeteimet brejírógéppel írtam, de otthon órákat vett igénybe, amíg kiejtzeteltem a tankönyv kazettákat. Nem elég, hogy a hétköznapok túl munkája elfárasztott, de a hétvégeket is elvette tőlem a tanulás. Talán elsős lehettem, amikor elkapott a rokkőrület. Egy vaklánnyal kerekedtünk fel, hogy kitomboljuk magunkat. Ereinte a szüleim kísértek el a Lord és a Pokolgép koncertekre. Másodikos koromtól már kettesben jártunk a barátnőmmel. Rendszeresen ellátogattunk a fekete lyukba, Korán sem volt olyan veszélyes, mint amilyen hírek szállningóztak róla. Ha az ember nem keresi az űrös dolgokat, azok nem is fogják megtalálni őt. Az ember megtanulja leszerelni a nem kívánt alakokat. Csak olyan együttesek koncertjére mentem el, amelyek zenéjét nagyon jól ismertem. A nagy hangerő nem zavart, sőt, igen kedveltem. Barátnőmmel együtt énekeltünk és csápoltunk. Igazából addigra teljesen elegem lett a vakos környezetből. Vágytam a kinti világ után. Félre ne értse senki. Nem volt bajom senkivel és semmivel, de elég volt. A gimnáziumban is tartani tudtam a jó tanulmányi átlagomat. Közel álltam az ötöshöz. Nem voltak részrehajlók a tanárok, de figyelembe vették a nemlátásomat. Fizikából bejelöltettem azt, ami a legfontosabb, és azt tanultam meg. Rajzórán természetesen nem rajzoltam, helyette gyurmáztam. Fiatal matek tanárom úgy magyarázta el az anyagot, ahogy kellett. Nem volt könnyű feladatuk a tanáraimnak, hiszen az első nem látó nebuló voltam a suliban. Diáktársaim diszkómániásak voltak, én meg metálpólóban jártam, és a csuklómon szöveges csuklószorítót hordtam. Külsőleg teljesen mások voltunk, ám ha kinyílt a szám, nem kapa esett ki belőle. A tinédzserek külsőre ítélnek, velem is ez volt a helyzet. Jól el voltunk egymással, de testi-lelki jó barátra nem találtam közöttük. Szívesen ültek mellém dolgozatíráskor, síkírógéppel írtam, mert a lapról könnyen lehetett puskázni. Természetesen fordítva is igaz volt a történet, mert ők is segítettek, ha kellett. Sajnos a gimnáziumi tanulás annyi időmet vette el, hogy elmaradt az addigi írogatásom, és amikor újra akartam kezdeni, akkor már nem ment. Elvesztettem egy olyan adottságomat, aminek a hiányát mind a mai napig érzem. Igaz, iszonyú nyomás nehezedett rám a négy év alatt, pedig mennyi haszontalan anyagot kellett megtanulnom, aminek semmi hasznát nem fogom venni az életben. Mivel eltávolodtam a nem látó közektől, ezért az érdeklődésem a látó fiúk felé fordult. Az osztálytársaim két évvel fiatalabbak voltak nálam, ez számomra egyértelművé tette az ottani lehetőségemet. A rockklubban megesett egy kis intimitás, de az ember ne várja, hogy egy ottani ismerettségből komoly kapcsolat alakulhat ki. Tehát az a lehetőség is ki volt lőve. Plátói szerelmem újra lett, az egyik együttes tagja. A nem látás olykor előnyökhöz is juttatja az embert, van humánus rendező is a bulikon, így juthattunk be barátnőmmel a színfalak mögé. Közelről ismerhettük meg a zenészeket. Olyan közvetlen kapcsolatba kerültünk, hogy telefonon hívogattuk egymást, és bárhol találkoztunk, köszöntek. Sokszor az éjszaka közepén indultam haza a koncertről, de mindig belebotlottam egy elázott ürgébe. Kissé macerásak voltak ezek az esetek, ezért úgy voltam vele, inkább hajnalhasadtával kelek útra, akkor már nyugisabb a város. Vállalni mertem a rokkerséget, jól éreztem magam abban a világban, teljesítette az életemet. Aztán megszűnt a kedvenc klubom, és vége lett a nagy kamaszkoromnak. Kitűnő eredménnyel érettségiztem. Igazából nem borultam ki a tanulás terhe alatt, de ebben jelentős szerepe volt nagy munkabírásomnak. Megtanultam szelektálni, erre az egyetemen volt nagy szükségem. Az Elte angol nyelvtanári szakára vettek fel. Itt jóval több volt a metodika, és egy év kötelező gyakorlati oktatást kellett tartanunk. Az ott szerzett képesítéssel bárhová mehetek tanítani. A féléves szemináriumok miatt nem alakulhatott ki hosszú távú kapcsolat a hallgatók között. Egy lányt azonban igen megkedveltem, szinte állandóan együtt voltunk. Sokat segített az egyetem falai között, ám sielés közben eltörte a lábát, és utána sokáig nem találkoztunk. Csoporttársaim közül többen mellém szegődtek, hogy alkalmi segítségükkel pótolják barátnőm hiányát. Nem voltam tipikus egyetemi fej, mert az elvont tárgyak nem érdekeltek. Szerencsére nagyon profi beszélőkém van, és olyan vizsgákon, amikhez sokat kellett volna hozzáolvasnom, kivágtam magam. Ez azonban csak az angol jellegű tárgyakra vonatkozott. Az egyetemen a hallgatók között ugyanaz a folyamat ismétlődött meg, mint az életben az emberek között. Nem figyeltek egymásra. Addig jó az ember, amíg odaadja a jegyzetét, de fordítva már nem működik a rendszer. Szinte eltapossák egymást egy-egy feliratkozásért. Fiatalokról van szó, de már felismerhető bennük, hogy milyenek lesznek az életben. A mi szakunkon nem alakult ki társaság, ezzel szemben más szakon pesgett az élet. Egyedül egy kávézó oldotta ezt a siralmas állapotot, de ha mégis kialakult egy klikk, akkor már lehetetlen volt közéjük kerülni. Mivel végig lány volt mellettem az egyetemi évek alatt, ezért igazából külső kapcsolatra sem nyílt lehetőségem. Az egyik férfi hallgató szimpatikussá vált. Nálam mindenképpen fontos a másik hangja. Két perc elég ahhoz, hogy kialakuljon a véleményem az egyéniségéről. Ha átjön az illetőn az a valami, akkor azt az első beszélgetés alkalmával megérzem. Egyéb igényem mindössze annyi van egy szimpatikus férfival szemben, hogy a normális várakozásoknak megfeleljen. Az egyetem utolsó évében végig gyakorlati oktatást kellett tartanunk. Szerencsére lehetőségem adódott arra, hogy egykori általános iskolámban kezdhettem el a hatodikosokat tanítani. Élénken élt emlékezetemben a múlt, ahogy velem megszerettették az angolt. Ezért az én óráimon is volt játék, meg éneklés. Nem vagyok kiabálós alkat. Fegyelmezési gondjaim néha nehézétették, hogy egy-egy tanórát zöggenőmentesen tarthassak meg. Az én elvem az, hogy emberi hangon szóljak hozzájuk, így hassak a gyermekekre. Nehezebb ez a módszer, mert csak idővel tudok tekintélyt teremteni magamnak. Megfelelő érett tanulók is kellenek hozzá. Minden kezdő pedagógus tapasztalja, hogy fiatal kora és gyakorlatlansága eleinte sok nehéz pillanatot okoz. Úgy gondolom, nem csak a megszokott viselkedési formák megkövetelése lehet az egyedüli hatásos módszer a tanításban. Nagyon kevés embernek adatik meg, hogy azt a feladatot végezze az életben, amire gyermekként vágyott. Igazi öröm számomra, hogy legjobb tudásom szerint angolra taníthatom a gyermekeket. Mivel a vakodaiak két évvel idősebbek a kintieknél, két év az előkészítő, a 14 éves tanulókat elég nehéz volt kezelni. Azután lediplomáztam és elbúcsúztam a gyerekektől. Nem tudtam, hol fogok munkát kapni, ha egyáltalán kapok. Többfelé kerestem magamnak állást, ám mindig volt valamilyen kifogás. Egyik helyen annyira találékonyak voltak, hogy azt mondták, az angoltanárnak a néptáncoktatásba is be kell segítenie. Ezzel adták tudtomra nagyon tapintatosan, hogy próbálkozzam inkább máshol. Ráerőszakolni nem akartam magam senkire, ott már úgy sem érezném jól magam. Felvetődött bennem az a lehetőség is, hogy ha nem bírok elhelyezkedni, tovább tanulással fogom gyarabítani magam. Ám júliusban megcsörrend otthon a telefon, és azt tudtam meg, hogy kilépett az angoltanára vakodából. Megkérdezték, elvállalnám-e az állást, amire rögvest igent mondtam. Ilyen szerencse csak egyszer fordulhat elő az életben. Pedagógus társaim barátsággal fogadtak, de igazi felnőttnek talán azért nem éreznek, mert ott tanultam náluk. Átmenetileg a Brei könyvtár könyvtárosa lettem, aminek azért örülök, mert nagyon sokat lehet formálni a könyvolvasó gyermekeken. Már az is jó, hogy olvasni akarnak, de ügyes-bajos dolgaikat is elmondják. Sokszor elég nekik, ha meghallgatom őket. Elég sok árva gyerek tanul az iskolában. Néha azon töprengek, nem kerül -e túl közel hozzám. Ebben a helyzetben azonban nincs fél út, és bizony, én közel engedem magamhoz azt, aki bizalommal van irántam. Bízom abban, hogy emberségem melegségével hatni fogok rájuk, és figyelnek majd minden szavamra. A kicsikkel nagyon szigorú vagyok az órán. Fél év alatt kiderül, hogy ki mire képes. A jó képességű gyerekektől a maximumot követelem meg, hiszen belőlük még bármi lehet. A kevésbé eszes, de szorgalmas diákokat hagyom, hogy ritmusuk szerint haladjanak a tanulásban. Akik meg sehogy sem állnak a tanuláshoz, nos, ez még megoldásra váró feladat. A szakmunkás iskola tanulói esetében alacsonyabb a mércém, mert az ő helyzetük más. Velük más nyelven kell beszélnem. Úgy tapasztalom, sikerült megfelelő hangot találnom velük. Kifelé nem mutatom, de egy német gyermek közel került hozzám. Elvileg nem lenne szabad a karomba kapnom, uram, bocsánat, megpuszilnom őket, de megteszem. Nem bírok ellenállni a kísértésnek. A nagyobbak közül a maguk zárkózó fiatalok kerülnek hozzám közel. Talán vonzom is a gondterhelt kamaszokat, de a tapasztalataim átadása szintén az életre készíti fel őket. Ez is hozzá tartozik a pedagógusi munkához. Alig várják, hogy a könyvtárban kettesben maradhassanak velem. Imádok énekelni. Gyermekként állandó tagja voltam az iskolai énekkarnak. Most éppen azon vagyok, hogy megtaláljam azt az embert, akivel teljessé válna öt tagú kórusunk. Barátaimmal álltunk össze, hogy színvonalas kultúrával szerezzünk örömet az embereknek. Pár éve basszusgitárt is vettem, mert a rockzene annyira az életemmé vált, hogy együttest szerettem volna alapítani. A kefegyárban is dolgoztam nyáron, mert nem volt annyi pénzem, hogy gitárt vegyek. Elég költséges volt a tanulás is, de megfizettem a magánórák díját. Sajnos kicsi a kezem a gitárhoz, erről viszont nem tehetek. Saját szövegeim az asztalfiókomban pihennek. Egyre kevesebb az esély arra, hogy nyilvánosság előtt elhangozhassanak. Egy rok együttes életre hívása és fenntartása nem egyszerű. Színjátszó is létrehoztunk a barátaimmal. Olyan elképzelést próbálunk megvalósítani, hogy teljes sötétségben játszanánk a színpadon, bevonva a közönséget is a játékba. Szeretném megélni az életben, hogy ne csak a plátói szerelem lángja perzseljen meg. Jó lenne, ha közös nevezőre tudnék jutni egy értelmes emberrel. Gyermeket viszont mindenféleképpen akarok. Mint ember, remekül érzem magam az iskolában, de tudom, hogy itt elfelejtek angolul a tudásom szinten tartásához feladatok kellenének. Van, min elgondolkodnom. A Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskola tiflopedagógiai szakán tanulok. Itt arra oktatnak, hogy miként kell tanítani a nem látó gyerekeket. A humor nagyon fontos része az életnek, pláne annak, akinek nehéz a sorsa. Kevésbé érzi magát szerencsétlennek az ember, és a külső szemlélőben is más benyomás alakul ki az illetőről. Sokan nagyon sajnálnak a nem látásom miatt. Én ezt viszont másképp látom. Örülök, hogy jól közlekedem, képes vagyok önmaga mellátására. Vannak gondolataim és életcélom is. Számomra már eddig is értelme volt az életnek. Témár Péter az iskola könyvtárában keresett meg. Nagyon tetszett az elgondolása, hogy nem látó fiatalokkal akarja eljátszatni Vakvagányok című filmjében a nem látó szerepeket de az is kiváltotta az érdeklődésemet, hogy táncos szerepeket kíván. Zene, tánc, színjáték, hiszen erről szól az egész magánéletem. Lehetőséget kaptam arra, hogy megmutassam mindazt, ami bennem rejlik. Kiskorunktól azt hallottuk a szüleinktől, milyen aranyos, milyen szép vagy. Nagyon sok lány jelentkezett, és sokuk kudarcként élte meg, hogy nem válhatott a film szereplőjévé. Mi nem vagyunk képesek objektíven megítélni sem magunkat, sem másokat. El kell fogadnunk, hogy aki ezt megítéli, objektív. Az első próba rémesen megviselt, mert szó szerint bénának éreztem magam. Volt egy táncmozdulat, sehogy sem értettem meg. Péter az erőlködésem láttán végül megjegyezte: Látványos fejlődésnek indultál. Tudom, hogy egy nem látó nem képes úgy táncolni, mint egy látó ember. Hangot mi is parodizálhatunk, de mozdulatokat nem. Eleinte sokat gyakoroltam otthon a természetes mozdulatokat, mindenki tudhatja, hogy mi eléggé mereven mozgunk. Meglehetősen negatív szerepet kaptam a filmben, állandó harcot vívok az egyik főszereplővel egy fiúért. Viszont rendkívül tetszett a szerep, mert amúgy is küzdő típus vagyok. Nagyon fontos számomra ez a film, hiszen rengeteg ember szembesülhet majd azzal, hogy mire vagyunk képesek mi, nem látók, ha lehetőséget kapunk rá hiteles képet kaphatnak rólunk, olyanok vagyunk az életben is, amilyennek a filmben látnak. Remélem, az embert fogják meglátni bennünk, és nem a vakot. Azt a hitet erősítette meg bennem a filmforgatás, hogy az ember mindig csak önmaga legyen. Tudni kell megbocsátani. Bellon Erzsébet, 26 éves. Debrecenben születtem. Nagyon korán, hat és fél hónapra jöttem a világra. Az 1050 grammos súlyommal nem dicsekedhettem. Inkubátorba tettek, és elég sokáig benne tartottak. Rövid otthonlét után, tíz hónapos koromban a bal szememet szürke hájok miatt megoperálták. Szüleim elmondása szerint láttam, de erre én nem emlékszem. Az elbeszélésekből tudom, hogy nagyon szerettem lehúzni a papucsokat a lábakról, és azt is, hogy a kulcsomó volt a mindenem. Hat éves koromban Budapestre kerültem az ajtós időrásor sor 39-be az óvodai részbe. Nem tudtam arról, hogy odavisznek és otthagynak. Állami gondozásba akartak venni, de anyukám nem engedte. A kedvesebb óvó néniktől szeretetet kaptunk. Hajhúzásért, rágalmazásért viszont egyből mehettünk a sarokba. Ha nem tudtunk időre elkészülni az öltözködéssel vagy a mosakodással, azért is büntetés járt. A magam részéről nem tartom igazságosnak azt, hogyha egy nem látó gyerek nem készül el 15 perc alatt, akkor megbüntetik. Azt az alapvető dolgot sem vették figyelembe, hogy valaki lehet mondjuk lassú típus. Persze én is álltam a sarokban, ilyenkor hisztisztem, hogy miért kell nekem ott lennem. Szeretettel emlékszem viszont Fehér Jutka gyermeknevelőre, aki engem patronált. Többször kivitt hozzájuk, kézbe vette az ügyeimet, és szeretettel gondozott. Nem tudom, miért pont engem választott, de minden esetre jól tette. Jutkanéni a szüleivel és a nagypapájával lakott. Sokat énekeltünk, többek között a pancsoló kislányt. A szülei szeretettel fogadtak. Általában péntek délutántól hétfő reggelig náluk voltam. A hétfő reggelek sírással kezdődtek, és óvodával folytatódtak. Jutkanéni azzal bátorított, hogy ha nem sírok, akkor máskor is kihoz. De ha nem hagyom abba a bőgést, maradhatok bent. Azzal, hogy Jutka rendszeresen, éveken keresztül kivitt a kollégiumból, megtanított szeretetet adni. Nagy örömmel meséltem az ovisoknak, milyen finomakat ettem, és hogy válogathattam a sok finomságban. Előfordult, hogy irigykedtek rám, de csak a múgy ártatlanul. Mivel a szüleim messze laktak, velük inkább csak a nagyobb szünetekben találkozhattam. Nagyon örültek otthon annak, hogy van, aki patronál, és anyukám helyett anyukám. Nehezen hagytam ott az Ovid, de velem sem tettek kivételt, mennem kellett a suliba. Engem is felvilágosítottak, hogy ott fognak megtanítani, írni, olvasni és számolni. Az előkészítő után kezdődik a nyolc osztály. Alapjában véve szerettem tanulni. Arra is volt példa, hogy a tanítási órán írtam meg a leckémet. A többiek persze irigyeltek, de én megmondtam, hogy délután lusta vagyok tanulni. A lassúbb vagy gyengébben tanuló társainknak megpróbáltunk segíteni. Felolvastam nekik a könyvből a tananyagot, vagy ha kellett, a vers megtanulásában segítettem, úgy, hogy többször értelmezve olvastam fel. Mindez talán túl szépen hangzik, ezért elmondok egy korán sem dicséretes történetet is. Nagy ügybuszkalommal megírtam az egyik osztálytársam helyett a dolgozatát. Csak az lett a szépséghiba, hogy egyest kapott rá. Nem lehettem valami nagy formában, az iskolai évekre már önálló voltam. Otthon a szüleim sajnos teljes mértékben kiszolgáltak. Öltöztettek, etettek, a kanalat is ők tették a számba. Ez rossz hatással volt a fejlődésemre, mert ahogy bekerültem az oviba, egyből éreztem ennek a negatív hatását. Ott tanítottak meg az önállóság alapvető fortéjaira, ami sok keserves pillanatot okozott teljesen vegyes képet mutattunk. Voltak köztünk önállóak, voltak, akik már tudtak valamit, de voltak, akik kézzel lábba lettek. Nem irigyeltem az ügyesebbeket, mert fel sem tudtam fogni, hogy mi folyik itt. Egy kis gyereket különben sem az érdekel, hogy ki milyen. A nevelők tanítottak meg késsel villával lenni, az épületen belül önállóan közlekedni, mosakodni, arra, hogy igényeljem a tiszta fehér nemüt, meg mindenre. Akkoriban is volt már szemle, most is van még. Ez azt jelenti, hogy megnézik az általunk kimosott zoknit, bugyit és trikót. Ha nem volt elég tiszta, moshattuk újra. Az esti lefekvéskor a szék háttámlájára terítettük a pulóvert, a nadrágot és a pólót a trikóval. A fehér a szék keresztlécére kellett tenni. A szemle végén dicséret vagy kibellengérezés következett. Rossz emlékként maradt meg bennem, hogy volt egy nagyon szép dzsekim és hozzá egy kitűnő csizmám. Az egyik tisztességtelen nevelő fogta és hazavitte. Amikor anyukám bejött, a másik nevelőtől tudta meg, mi történt, és nem tehetett mást, mint hogy új holmikat vett. Az olvasás nem csak a tanulás szempontjából fontos, hanem azért is, mert új információkat kapunk. A tengerről azt tudom, hogy nagy, sós a vize és ellepheti az embert. Mindemellett azt is, hogy gyönyörű. A repülőgéppel annyiban más a helyzet, hogy azon már ültem Buda Érezhettem, hogy milyen belülről, és be is indították a motorját. Nálunk nem látóknál az olvasott, de ismeretlen fogalmak kicsit zavaróak lehetnek, illetve mások, mint a látóknál. A kerekerdő nekem mindig virágokat jelentett, réttel és friss levegővel. Az erdő közepén ház jelent meg a képzeletemben kicsi szobával és még kisebb konyhával. Pontosabban ennek a hangulata és az érzése. Sok mesét hallhattunk az iskolában. A kedvencem a 77 magyar népmese volt. Arra is volt lehetőségünk, hogy a Brei könyvtárból tetszésünk szerinti könyvet hozzunk ki. Ma is a Brei könyvek teszik számomra változatossá minden napok egy hangúságát. Nagyon tetszett például Abe Kobo a homokasszonya című könyve. A játékok is megmaradtak az emlékezetemben. Volt ott dömper, triangulum, xilofon, zongora és csörgős, meg húzós játékok. De nem igen volt játszás, irigykedés és veszekedés nélkül. Este nyolc órakor volt villanyoltás. Akkor ágyba kellett mennünk, de halkan még rádiózhattunk. Ilyenkor játszottunk négy sarkosat. El kellett mondani, hogy valakinek mit adunk enni, inni, hova fektetjük és hova visszük kirándulni. Persze jó nagy malatságok hangzottak el, és csak a végén derülhetett ki, hogy kiről van szó. Jókat nevettünk, és persze agyon sajnáltuk egymást. A nemlátás egyik nagy előnye viszont, hogy este paplan alatt is jókat lehet olvasni. Sokat énekeltünk, zsuzsi vonatot játszottunk, ami azt jelentette, hogy megfogtuk egymás vállát, és már mehetett a vonat. Többnyire vidámak voltunk. Ha valakinek nem volt jó kedve, megpróbáltuk bevonni a játékba. A hazúról kapott csomagokon testvériesen megosztoztunk. Éjjel-nappal együtt voltunk, szinte már mint a testvérek. Mind a mai napig fontos nekem, hogy megfoghassam vagy megérinthessem a másikat. Szeretem a göndörha érintését, mindig jó hatással van rám. Én is szeretem azt, ha hozzám érnek. Amikor kezdetét vette a kamaszkor, zavart egy kisi a változások jellege. Nem esett jól, ha célzásokat tettek egyes testrészeim méretére, a nagy válás is zavart. Előre nem tudtam semmit, mert nem világosítottak fel. Tizennégy évesen megtetszett egy fiú. Szép volt az arca, kedves volt a hangja, szeretett énekelni és művelődni. Mivel nem egy osztályba jártunk, reggel mindig az ő osztályába vezetett az első utam. A fiú előbb örült nekem, de azután megunta, hogy lógok rajta és továbbált. Mire beértem a saját tantermembe, ott már folyt az óra. A hol voltárra azt feleltem, hogy a Tamásnál. A suliban aztán már nem udvarolt nekem senki, faképnél hagytak. Volt olyan lány, akit a fiúk hajkurázhattak, én azonban nem szerettem az ismerkedésnek ezt a formáját. Egyszer három fiú azzal csalt el, hogy majd adnak cukorkát, én meg mentem, és majdnem belefojtottak a homokba. Ők élvezték, én meg szóltam a nevelőknek. A földrajzot azért szerettem, mert megismertetett más emberekkel és városokkal. A gyakorlati óra meg azért volt jó, mert kézügyességre tanított, amire nekünk nagy szükségünk van. A biológia, a fizika és a kémia viszont távol állt az érteklődési körömtől. A felső tagozaton jöttem rá, hogy fontos a tanulás. Nem jó, ha buta az ember. Jó tanulónak számítottam, bár azért egy-egy hármas becsúszott. A speciális szakiskolában tanultam tovább, a vakok intézetébe 1989-ben kerültem. Ismeretlen volt minden, ezért az első hónapokban idegenül éreztem magam. Nem voltam tisztában a szokásokkal, az ügymenettel, de minden kötelességemmel sem. A kefegyári munkát szeretem, csak kicsit fárasztó fizikailag. A névleges norma napi 15-20 partfis elkészítése. Vigyázok arra, hogy csak tökéletes munkát adjak ki a kezemből, a főnökeimmel meg vagyok elégedve. A fizetés meg annyi, amennyi. A húsz ezer forintot kimondani talán sok, de elkölteni nagyon gyorsan megy. Szívesen kötök pulóvert és mellényt. Szeretem a vakok világa újságot olvasni. Vannak benne érdekes cikkek. Nemrég olvastam a vakvezető kutyásokról, akik egész nyáron jártak kirándulni a Börzsönybe és a Szentendrei sziget csúcsára. A szüleim nem neveltek vallásosan, de megtértem. 1994-ben kezdtem el gyakorolni római katolikus vallásomat. Volt egy betegségem, ami nagyon elkeserített. Nőgyógyászati jellegű probléma volt. Nyugtatókon éltem, és ekkor, miután részt vettem egy misén, kerültem közel a valláshoz. Azután már könnyebben viseltem el a fájdalmaimat. Egy évvel később úgy döntöttem, hogy megkeresztelkedem. A magam ura akartam lenni ebből a szempontból is. A megkeresztelés, az első áldozás és a bérmálás együtt történt. A szüleimtől, a barátaimtól és a munkatársaimtól is szép ajándékokat kaptam. Ha visszagondolok rá, még ma is meghatódom. Felért egy lakodalommal, töltött káposzta és bor volt az ünnepi asztalon, és körülötte mindenki, aki fontos volt a számomra. Istent úgy fogalmaznám meg, hogy a szívemben van, Látni nem lehet, de ha beszélek hozzá, meghallgat. Nagyon sokat ér, mert erőt ad, és sokkal könnyebben viselem el a nehézségeket. A vallás vagy a hit biztonságot ad. A hitem többet jelent nekem, mint az emberek. Csendesebb lettem, több szeretetet vagyok képes adni, nem vagyok önző. Sajnos volt rá példa, hogy kihasználták a jóságomat. A szüleim kölcsönkértek tőlem egy nagyobb összeget, mondván, hogy a villanyszámlát akarják kifizetni. A keresetemből és a személyi járadékomból megspórolt pénzből adtam nekik 200 ezer forintot. Megígérték, hogy visszaadják, de azóta is leshetem. A pénz nem arra kellett nekik, amire kérték, hanem az autót festették át belőle. Apukám azóta cukorbeteg lett, és már sajnálja az egykori kölcsönkérést. Én megtartom Isten törvényeit, így természetesen azt is, hogy tiszteld a szüleidet. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ne csak addig kelljen valaki, amíg a pénzéből tart. Úgy érzem, becsaptak, és alig hálok messze az igazságtól, ha azt mondom, tudták, hogy nem arra fogják költeni a kölcsönkért pénzt, amit nekem mondtak. Két éve a Hugo esküvőjére is kértek ötven de akkor már nem adtam, és örülök, hogy nem haragszanak rám ezért. Később fürdőszobára kértek kölcsön százezret, és bár összevesztem azzal, aki azt mondta, hogy persze csak adjál megint kölcsön, dolgozzál csak rájuk. Mégis neki adtam igazat, nem adtam pénzt a hugomnak. A testvérem biztosított arról, hogy nem haragszik rám. Rosszul estek ezek a dolgok, de tudni kell megbocsátani. Talán kis zárkózott vagyok, viszont akkor is bemegyek a munkahelyemre, ha éppen nem vagyok valami jól. Fontos, hogy emberek között legyek, mert akkor nem érzem annyira a nem látásomat. A környéket ismerem, de a városba már nem tudnék egyedül elmenni. Mivel az állandó lakcímem a szüleim lakása, itt csak addig lakhatom, amíg van munkahelyem. Nem szeretnék hazamenni, mert ott társaság nélküli világ fogadna. Mostanában fordult elő, hogy a szüleimről álmodtam és láttam őket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy megfogtam őket, és éreztem a testüket a kezükön a sima bőrt vagy a ruha anyagának a fogását. A hajukat, az arcuk formáját is látom a lelki szemeimmel. Sokszor álmodom arról, hogy az utcán vagyok. Hallom a cipők kopogását, mint a valóságban. Azt, hogy hol vagyok éppen, nem tudom. A valóságot tükrözik az álmok, hol valóság hűen, hol zűrzavarosan. Egy férfitól leginkább a megértést várnám el. Szeretném, ha egy kicsit gyengén látó lenne, az nagy segítséget jelentene nekem. A szeretetet úgy élem meg, hogy én is vágyom rá, és segítek, ahol tudok. Nem szabad a jó szévűségünket egymástól megtagadni. Jó, ha az ember szereti a társát, még akkor is, ha haragszik rá. Tudni kell megbocsátani. Életem legboldogabb napja. Ferenc István, 26 éves. Szegeden születtem 1972. május 14-én. Fél órával utána megszületett Ikerhúgom Edith. Senki sem tudta előre, hogy ikerszülés lesz, még anyu sem. Mivel hat hónapra jöttünk a világra, inkubátorba kerültünk. Sajnos egyikünk sem látott. Gyerekkoromból arra emlékszem, hogy nagyon betegesek voltunk. Alig, hogy egyikünk meggyógyult, a másik biztosan beteg lett. Nekem azt mám volt, de szerencsémre sikerült kinőnöm. Edittel különböző típusúak voltunk. Én visszahúzódó, gátlásos és bátortalan, ez már sem múlt el bennem teljesen. A hugom indulatosabb és határozottabb volt. A családi körülményeink sajnos nem voltak a legjobbak. Édesapám alkoholfüggő volt. Nagyon sok veszekedés, ütlegelés fordult elő nálunk. Nem egyszer majdnem emberölés is. Mindez mély nyomot hagyott bennem. Ilyenkor összebújtunk Edittel, így vészeltük át a veszekedéseket. Bár később már előfordult, hogy Edit közbelépett. Nem egyszer állt édesanyánk elé, bátran rászólt apura, sőt kiabált vele. Ha ez sem segített, szó szerint neki ment apunak és ütötte-verte, ahogy csak bírta. Apukánk először nem reagált rá, de később elszégyelte magát és elment lefeküdni. Ha kiúzanodott, mindenkivel normálisan beszélt, de azután pénzt kért anyutól és ment megint a kocsmába. Sajnos arra is volt példa, hogy bántott minket. Anyu nagyon szeretett bennünket, ez sok mindenben megnyilvánult. Gyakran mesélt, énekelt, sőt, énekeket is tanított nekünk. Kár, hogy úgy hitte, mivel nem látunk, nem is tudunk megcsinálni semmit. Nem hagyta, hogy egyedül fürödjünk, öltözködjünk, és ha apu nem szól, még az evőeszköz használatára sem tanított volna meg. Azt hiszem, nekem jól esett a kényeztetés. Edit már ekkor kezdte kiharcolni a maga önállóságát. Anyu úgy készített fel bennünket az iskolára, hogy úgy tanított írni és rajzolni, mintha látnánk. Sajnos azonban nem volt türelme a tanításhoz. Ha rosszul fogtuk a tollat vagy a ceruzát, nagyon ideges lett. Fogalma sem volt róla, hogy létezik a pontírás. Amikor eljutott a tudatomig, hogy nem látok, úgy éreztem, nincs különösebb jelentősége, mivel otthon mindent megkaptam. Az igazi gondot az jelentette, amikor felkerültünk az iskolába, és magunkra maradtunk. Akkor döbbentünk rá a helyzetünkre. Úristen, most hogyan tovább? Ha a szüleim nem tudják meg, hogy létezik a vakok iskolája, mi még most is analfabéták lennénk. Szerencsénkre apukámnak volt egy szegedi szemészorvos ismerőse, és tőle megtudta, hogy létezik ez a speciális intézmény. Anyukám ragaszkodott volna ahhoz, hogy otthon maradjunk, nem akart elengedni minket. Végül is 1978-ban elindultunk Budapestre, de engem nem vettek fel, mert nem tartottak iskolai éretnek. Valószínűleg az otthoni kényeztetés miatt. Ezért a testvéremet sem hagyta ott anyukám az iskolában, bár őt felvették volna. A következő évben már nem volt akadály annak, hogy mind a kettőnket beírassanak. Szüleim hoztak fel bennünket, és elmondták, hogy ezentúl itt fogunk lakni, meg hogy a testvérem külön szobában fog aludni. Az elvállás bizony nem volt könnyű. Teljesen magunkra maradtunk. Ez főleg engem érintett nagyon rosszul, mert ha nem kaptam meg valamit, abból nagy problémát csináltam. Eltörött a mécses. Nehéz volt amiatt is, mert a nevelők nagyon szigorúak voltak. Azt azért megengedték, hogy az étkezéseknél egy asztalnál ülhessünk. Amikor azonban észrevették, hogy Edit megosztja velem az ennivalóját, mert vagy nem bírta megenni, vagy megsajnált engem, hogy éhes vagyok, Büntetésből másik asztalhoz ültettek, olyan gyerekek közé, akikkel rossz viszonyban voltam. Egyik hétvégén anyuék jöttek látogatni, és látták, hogy más-más asztalnál ülünk. Ezen nagyon felháborodtak, és egyből megkeresték az ügyeletes nevelőt, akitől megkérdezték, hogy milyennek az oka. Azt a választ kapták, hogy ellopom az ételt a hugomtól, és attól félnek, hogy elfogok hízni. Anyunak ez a válasz nem tetszett, és jól megmondta a magáét. Ennek azonban nem lett eredménye. A látogatás napján mindig kint voltunk az udvaron. A szüleimet már a lépteik hangjáról megismertem. Amikor odamentünk a kerítéshez, már éreztük az illatukat is. Volt úgy, hogy tévedtünk, de ritkán. Egyből elindult a beszélgetés a kerítésen át. Nagyon örültünk egymásnak. Anyukámék még mondták, hogy mindjárt bejönnek, és indultak tovább a kerítés mellett. Mi persze kiabáltunk, hogy anyu, ne menj el, mert nem tudtuk, hogy arra is van bejárat az iskolába. Mindig teletáskával érkeztek, és amit kaptunk, azt általában az osztályteremben fogyasztottuk el. Ha anyukámékkal kimentünk, az úti cél mindig a vidámpark vagy az állatkert volt, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A visszafelé úton már elkezdtem sírni. Anyu, ne hagyj itt bennünket! Erősen kapaszkodtunk belé, és minnyáján sírtunk. Mindennek ellenére anyukánk megpróbált nyugodtnak látszani. Apukám is gyakran meglátogatott bennünket, ilyenkor józan volt. Ekkor úgy éreztem, hogy szeretjük. Nagy öröm volt, amikor hazautazhattunk. Büszkén mutattuk a pontírást, a segédeszközöket és az általunk készített kis tárgyakat. Anyukám eleinte csodálkozott, később azonban boldogan mutogatta őket a szomszédoknak és a barátnőjének. Időnként elsírta magát, de örömmel mondta, hogy látjátok, milyen ügyesek az én gyerekeim. Ekkorra már megértette, hogy attól, hogy nem látunk, még értékes emberek vagyunk. Az iskolában a hugommal egy osztályba kerültünk, igaz, nem ültünk egymás mellett, de ez valahogy nem zavart. Inkább az osztálytársaimmal barátkoztam, bár ők sokat csúfoltak, csipkedtek. Általában én is agresszíven válaszoltam, húztam a hajukat, karmoltam és haraptam. Azt sem tetszett nekik, hogy szótlan és visszahúzódó voltam. A későbbiekben szerencsémre kezdtek oldódni a gátlásaim, és akkor már éreztem, hogy társaim egyre jobban elfogadnak, sőt, barátkoznak velem. Gyermekkorom kedvenc időtöltése a zenehallgatás volt. Otthon mindig megkérdeztem, hogy éppen milyen hangszer szól, és arról álmodoztam, hogy bárcsak nekem is lenne egy ilyen hangszerem. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet a hangszerek világa, és megörültem, amikor megtudtam, hogy az iskolában lesz zene oktatás. Az előkészítőben csak a furujával ismerkedhettünk meg, ez csalódás volt számomra. Apukám sokat tangó harmonikázott, valószínűleg ezáltal kedvelhettem meg a zenét. Megpróbált otthon tanítani, de kevés sikerrel. Ennek ellenére ezen a téren példaképemnek tekintettem. Az első osztályban az ongora lett a hangszerem. Szigorú zongora tanárom volt. Ha valamit nem tudtam vagy elrontottam, már szinte ütött vagy odavágta a kezemet a billentyűkhöz. Az zongora oktatás előtt mindig kezet kellett mosni. Aki nem tette, az nem ülhetett le a zongorához, hanem nehéz zeneelméleti feladatot kapott. Hála Istennek volt olyan évem, hogy 15 darabot is meg tudtam tanulni. Harmadik osztályos koromban ért az a csapás, hogy matematikából megbuktam. Nem csak az volt a baj, hogy ezután nem járhattam a testvéremmel egy osztályba, hanem az is, hogy felmentettek az angora oktatás alól. A mai napig sem tudom, miért volt erre szükség, de nagyon rosszul érintett, és még most is a hatása alatt vagyok, bár már nem annyira, mint annak idején. Szerencsémre a következő évelején beindult a blokkflőte oktatás, Eleinte magánúraként száz forintért, amit a saját zseppénzemből fizettem ki. Hat évig keményen tanultam. Három osztálytársammal zenét játszottunk három szólamban. Így lett egy kis zenekarunk, a Kabezon. Többször szerepeltünk a zeneakadémián. Két társam sajnos a hetedik év végén lelépett, és ezért megszűnt az együttesünk. Ez időtájt az iskolán kapott egy szintetizátort, amit kölcsön lehetett kérni. Én is gyakran éltem ezzel a lehetőséggel. Így tudtam fejleszteni tudásomat a billentyűs hangszeren. Hét éves koromban kerültem fel az iskolába, kilenc évesen lettem első osztályos, és az évismétlés miatt 18 évesen fejeztem be az általános iskolát. Úgy 14 éves lehettem, amikor változást éreztem magamon, kezdtem férfi lenni. Éppen a születésnapomra esett egy énekkari fellépés az egyik iskolában. A műsor végén beszélgettünk, egyben megvendégeltek bennünket. A lányokkal való beszélgetés közben éreztem, hogy jó de aranyos, nagyon kedves, jó a hangja és tetszik a keze. De rájöttem, hogy már hiányzik valami az életemből, amit mellesleg sajnos a mai napig sem sikerült elérnem. Mostanában is kosarakat kapok még, és nem tudom, mi lehet az oka. Szerintem a visszahúzódásom, gátlásosságom, bátortalanságom is befolyásolhatja a sikertelenségemet. Ekkoriban történt, hogy Edith kereszt voltunk vendégségben. Az a nyár nagyon rossz volt, szörnyű dolgok történtek. Azzal kezdődött, hogy apu kaszával akarta megölni anyut, és úgy hiszem a mamám halálát ez befolyásolhatta, ugyanis körülbelül két héttel később agyvérzést kapott, és a következő héten meg is halt. Apu hol józan volt, hol ivott. Amikor abba a vendégségbe mentünk, én már kicsit nagyszájú, visszabeszélős voltam apuban már elég szépen volt itóka, és abból lett a bonyodalom, hogy én magnózni szerettem volna, lakodalmas rokkot hallgatni, ő pedig a jugoszlávadókon magyar nótát. Ezen összevesztünk, és majdnem megölt. Megfogta a nyakamat, úgy akarta székkel együtt felborítani. Az összes ott levőknek erővel kellett lefogniuk, csak így bírtam megszabadulni. Szerintem ennek következtében alakulhatott ki bennem a máig tartó szorongás és idegesség, meg a gátlásosságom. Néha úgy érzem, mintha összeszorítanák a torkomat. Mindig akkor, ha valami rosszul érint, vagy kudarcot vallok. Teljesen magam és sajnos mindez a mai napig tart. Amikor kiballagtam a nyolcadikból, otthon ebéddel ünnepeltünk. Az ajándékba kapott pénzemet szüleim kipótolták, a dupláját tették hozzá. Apukám jól keresett, mivel kubikos volt. Vehettem magamnak egy szintetizátort. Most már volt lehetőségem fejleszteni a zenei tudásomat. Egyre több számot tudtam megtanulni, és a testvéremmel közösen készítettünk az ettát. Edith énekelt, én pedig kísértem. Nagyon szerettük ezt csinálni. Hugo ekkor már telefonközpontosként dolgozott. 1990. augusztus 21-én felkerültem a Vagok intézetébe. Itt először megtanultam közlekedni, ami szerencsére könnyen ment. Igazán rendesek és türelmesek voltak velem a tanárok. Sajnos az intézetben nem a dolgozói részre kerültem, hanem a kollégiumba, nagyon rossz körülmények közé, mert a szobatársaim italozó rokkerek voltak, ami zavart. Teljesen olyan volt, mint a katonaság. Kezdődött a szivatás és a kopaszozás, meg a kiszúrások. Mosószeres vizet öntöttek ki az ajtó elé, és kényszerítettek, hogy mossam fel. Az is előfordult, hogy az ágyamat teleöntötték vízzel. A kollégiumban emeletes ágyak vannak, kiszedték a fölső ágy léceit, és persze nagyot pottyantam. Ők ezt élvezték, nevettek rajtam. Sokszor széttúrták az ágyneműmet, és más hetceket is csináltak. Hála Istennek, a kollégium egyik vezetője volt olyan rendes, és megvédett. A dolgozói részen kaptam egy szobát, mindez azonban fokozta a szorongásaimat, a gátlásaimat. A telefonkezelői tanfolyam elvégzése után egy hónappal munkához jutottam, amit magamnak is köszönhetek. Sokat jártam a szövetségbe, és mindig érdeklődtem munka lehetőség felől. Az egyik nap nagyon megörültem. A mentálhigiénés csoporttól egy polgári szolgálatos kis katona jött fel hozzám, és azt mondta, jött egy levél a szövetségből, hogy van munkahelyem, menjek át. Sietve át is mentem, és mindent megtudtam a leendő munkahelyemről. Ezután felhívtam őket, és megbeszéltük, hogy másnap reggel 7 órakor jelentkezzem. Nem kellett egyedül mennem. A mentál és csoport vezetője elkísért. Az első nap az ismerkedésé volt. Valamint lediktálták a mellékállomások számait és az ott dolgozók neveit. Másnap már úgy mentem be a munkahelyemre, hogy a kísérőm a hátam mögött jött, és ellenőrizte, hogyan közlekedem. Az orvosi vizsgálat után aláírtam a munkaszerződésemet, a főnökön vezette a kezemet a papíron. A próbaidő után véglegesítettek, és azóta is itt dolgozom. Sajnos barátkozni is nehezen tudok, valószínűleg megérzik a problémáimat. Szerencsémre a Landini együttesben, ahol én is játszom, az együttes tagjai kitartanak mellettem. Az egyik kedvenc szórakozásom a diszkó lenne. Eleinte csak kíváncsiságból mentem oda, de rájöttem, hogy ott nagyon jól oldódik a feszültségem. Ezt elmondtam anyukámnak, de neki nagyon rossz véleménye van erről a szórakozási módról. Annyira félt, hogy szinte semmit sem enged meg, így ha otthon vagyok, nem mehetek el sehová. Még az otthoni környezetben közlekedni sem tanított meg. Legfeljebb annyit mondott, hogy erre vagy arra, nem pedig azt, hogy jobbra vagy balra. Ha meg nem jól csináltam, egyből ideges lett. A testvérem szeretne megtanulni főzni, de anyukánk azzal hárítja el, hogy úgy sem tudja megtanulni. Pedig ez nem igaz, mert a nem látó nagy része tud főzni. Egyedül azért nem mehetek diszkóba, mert ki vagyok szolgáltatva. Több alkalommal is próbáltam, de különböző kifogásokkal nem engedtek be. Egyszer az egyik kereskedelmi rádió játékán nyertem két belépőt az egyik neves diszkóba. Egy gyengén látó sikerült elmennem. Először azt mondták, hogy ide nem lehet bemenni, mert itt diszkó lesz, amire megmutattam a borítékot. Az illető megnézte, elment, majd nagy sokára visszajött. Bevit minket, leültetett a bárpulthoz, és azt mondta, hogy maradjunk itt. Táncolni nem engedett bennünket, így csak messziről hallottuk a jó zenét. Reggel hatig bírtuk az egy helyben ülést, nagyon rossz volt. A pultos közben kérdezte, hogy miért nem táncolunk. Amikor megmondtuk, ő is annak adott igazat, aki odaültetett. Azóta is próbálkozom, sajnos sikertelenül. Az igazság az, hogy börtönben érzem magam az intézetben, mintha sehova sem mehetnék. Jó lenne színházba, moziba, múzeumba járni, de mindenhova látó segítség kéne. Hiába próbáltam keresni megfelelő partnert, nem sikerült. Soha sem értek rá. Mindenki oldja meg a saját problémáját, szokták mondani. Azt hiszem, a látók félnek a vakembertől. Ezt azzal is tudnám bizonyítani, hogy anyunak van egy barátnője, aki ezt nehezen, de kimondta. Többször is próbálkoztam öngyilkossággal, kivétel nélkül mindig akkor, amikor nem mehettem el szórakozni a faluba. Még az a szerencse, hogy valami megmagyarázhatatlan dolog megakadályozott benne. bele, -bele fogtam, de befejezni már nem mertem. A visszatartó erő talán az volt, hogy milyen nagy bánatot okoznék ezzel. Azért vannak örömeim is az életben, az egyik hobbim a cd gyűjtése és a zene. A számítógép is az lenne, de hiába vennék, nem tudnám hová tenni. Ha elvégeznék is egy tanfolyamot, utána nem tudnék hol gyakorolni. Nagyon szeretek olvasni, leginkább a romantikus, szerelmes, erotikus könyveket. A könyvek elterelik a figyelmemet a gondjaimról. Idén vettem egy szintetizátort, olyan igazit, hogy igazibb nem is kell. Ezzel a hangszerrel már vállalni mertem, hogy belépjek egy együttesbe, amely az intézetben gyakorol, ahol lakom. Örülök, mert egyre több fellépésünk van, és ez nagyon jó. Az utóbbi három hétben szinte minden napon foglalt volt. Ez a teljes körű elfoglaltság jó hatással van rám. Igaz, fárasztó, de így legalább jól esik az alvás. Ez a sokrétű elfoglaltság reményt ad, hát ha sikerül barátokat találnom. Sohasem fogom elfelejteni életem legszebb napját. Tavaly 1997. november elején történt. Egyik vidéki barátom munkahelyén néha összedobnak a dolgozók egy kis pénzt, és rendeznek egy táncos zenés estét. Meghívtak engem is egy ilyen mulatságra, szólt a diszkózene. A barátom egyik kolléganője, aki pár évvel fiatalabb nálam, hiába hívta, a barátom nem akart táncolni, viszont bemutatott a hölgynek, és engem ajánlott neki. Órákon át táncoltunk, és én a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Olyan természetes volt hozzám az a lány, mintha tudnám, mi a vakság. Úgy éreztem, ugyanolyan embernek tart, mint teljesen jól látó önmagát sajnos a barátom szülei már korán haza akartak menni. A lány marasztalt. Felajánlotta, hogy majd ő haza kísér, de mennem kellett. Később felhívtam a lányt, hogy tartsam vele a kapcsolatot, de éreztem, hogy valamiért nagyon zavarban van. Hogy miért, azt nem értettem. A legnagyobb öröm az életemben az lenne, ha megismerkedhetnék egy lányjal. Ha nem alakulna is ki köztünk mélyebb kapcsolat, csak barátság, az is jobb lenne a semminél. Van egy furcsa szokásom, nem tudom miért. Ha egy hölgy segíteni akar, egyszerűen nem bírom megállni, hogy ne fogjam meg a kezét. A kézfogás nagyon jó hatással van rám, és örömet szerez. A sima kéz nyugtatólag hat rám, és egyben biztat is. Sokan azt mondják, ebben még nincs semmi szemtelenség. Mások szerint viszont egy kicsit fogjam magam vissza, mert félreérthetik a dolgot. Voltak lányok, akik úgy utasították ezt vissza, hogy elengedték a kezemet. Nagyon jó volt mindezt elmondani. Senki sem volt kíváncsi eddig a problémáimra. Nem volt senki, akivel igazán jól kibeszélgethettem volna magamat. Úgy érzem, mintha változás ment volna végbe bennem. Oldódott a feszültségem, a torkomat sem szorítja már az a valami, nem nyomja már a melkasomat az a szorító érzés. Úgy érzem, mintha valamitől megszabadultam volna.